is kinek az ágy, ha már a csap felett hamszik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehet már korelök, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan kész szól. Klassz FM Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hallottátok, hogy elindult a meztelen időjárás jelentés? Nem csak hallottuk, nézzük is. A meztelen időjárás jelentés az egyik kereskedelmi csatorna, kis csatornájának, a testvér csatornájának az öccse elindította a meztelen időjárás jelentést. Mindennek az alja. Ne. Ez mindennek az alja. Igen, tehát én rám sok mindent lehet mondani, mondd gyerekek. El aztán prűd vagyok, hogy nem, nem vagyok az. Mondd el, aztán mi érett férfiak sejpítő, beszédkészség nélküli nők beállnak. Nyilván nem is ez a dolga, hogy beszéljen. Nem. Nem. Tudtam, hogy neked ezt tetszeni fog. De hogy neked is tetszik. Hát persze, és nem is az a dolga, hogy időjárás. És vetkőzik. Én értem. Meg én értem a kereskedelmi tévét. Meg hát valamilyen úton, módon azért csak csináljuk is ezt. Így űzzük az ipart. Uh-huh. Ez a legalja, gyerek. Odá, sejpít, levetkőzik. Nem tudod meg, hogy milyen idő lesz, nem tud semmit. És ott nem figyelsz, mert másra figyelsz. Ugye, elvonja a tekinteted, a kutya az fáj. A két gyönyör. Nem mondná, hogy ez jó. Nagyon. Nem mondná, hogy ez jó. Akinek nem tetszik az, hogy sejpít, az vegye le a hangot. De ez nem baj, de nem is az a baj, hogy van pop és rockinek is az országban, akinek van ennyi beszéd hibá, és mégis hazaviszik részegen. Mégis hazaviszik részegen. Prosperál, nincs az a semmi gond. Viszont hát most komolyan mondom, csalódottam. De miért? Dorci, ahogy kijön, ahogy elkezdi a textilt ledobni. Hát mi az ő adottságával? Hát ne öltöztetjön túl. Szeretnék nektek megmutatni egyrészt. Annett, te is láttad? Láttad? Ugye, hogy szörnyű? Hát valaki legyen már velem, most egyedül maradt. Azt hittem, majd most itt háborgunk egy nagyot. Na. Nem tudsz mi háborogni, mert teljesen korrekt. Megint ugyanaz. El kell kapcsolni, ha nem tetszik. Akkor nézni kell a Németh Lajost. Érted? A Németh Lajos. Hát szakmai... mennyivel jobban a Németh Lajos, Lajos, mint szakmailag. Igen. A Lajos, mint emberileg. A Lajos ért hozzá, azt megnézed, tudod, milyen profi, idő lesz. Így van. Vagy megnézed a Patakizit. Tehát tök mindegy, ő is ért hozzá. Szép is, minden Lajos, oké. Lajos maximum futószettig vetközzön le. De ha ennél többet akarsz látni, akkor igenis ez a csatorna igaz férfiaknak van. A tessék, hadd nyomj. Na várjatok, ezért megmutatok nektek egy pici részt belőlem, jó? Jó. Így kezdődik, na. Miért nem szól ez? Én nem tudom nálam, szólnia kéne? Helyes körülök. Tekerj meg már bele, lényegig. Várjál, újra akarom játszani, menj. Nincs bedugva. Jó estét kívánok! Szóval önök ma most is, jó. Akár csak minden hétköznap. Szia, este, Dori. Itt a Pro4-en a Topless időjárás műsorát látják. Na. Mit látunk? Ugye megérkezik Dori, ő ki? Mészáros Dori. Hát Mészáros Dori. Igen, igen. Honnan tudod ezt? De te is tudod. A hangról? Csak, a hangról mindenki így tudja. Gyanús vagy. Egy bizonyos érdeklődési körbe tartozó férfiak számára az ő neve, mondjuk. Igen, tudom, ilyen gogó táncos. Nem ismeretlen. Ő a rútáncos nő, aki világbajnokságokon indul, vagy ez nem az a Dori? Nem. Az egy másik Dori? Az egy másik Dori. Ő teljesen más rudakon táncol. Illetve nem annyira, mert hogy nem az a baj, hogy vetkőzik, az a bajom, hogy én időjárás fetisista vagyok. Én szeretem, ha megnézek egy időjárás, szeretem tudni, hogy milyen idő lesz. Most mondjátok már meg, hogy meghallgatjátok ezt a másfél percet, utána milyen idő lesz. Tegnapról már a viradóan az egész világon beköszöntött a 2013-as esztendő. Na, tudod, hogy már gombolja magát, tehát már elindul a vetkőzés, néha picit kiesik a szövegből, mert ugye lelenéz, de ezzel nincs baj, gombolja. Egy kis tobban van, meg egy fekete bőrszoknyában. Mondom tovább. Európa időjárása ma sem kedvezett a mesztelenkedés megszállottjainak. A kontinensen szinte mindenhol ködös, felhős időre ébredtek a tegnapi hűvös szilveszter éjszaka bulizó tömegei Moszkvától. Tudod, Londonig. Na most Moszkvára finoman rámutatott Ukrajnára, nem ezzel van a baj. London az arra már valamerre. Az már valahol nem, nagyon messze. Tehát az már London valahol a japán tengernél van. De ne legyen ezzel baj. Nem, most nem ezt nézzük. Elmondta, hogy új év van. Elmondta, hogy hideg van. Mi kell még? Hát csak az, hogyha London, de jó, oké, menjünk tovább. Figyelj, kis vis. Mint hogy mögöttem is láthatják. Így festettem reggel az ágyban ébredés után. Nagyon fontos. Nem hiszem el. És egy kép bejátsza arról, hogy ő hogy fekszik reggel az ágyban. Ez az időjárás jelentés. Ezzel sincs eddig gond. Ti betegek vagytok. Jó, már veszi le a felsőjét, csak mondom.
Hát ez ide vagy, hogy megy a gépedet. Már levett, csak nem a topot. Nem nagyon mertem bulizni, mert tudtam, hogy önöket kell elbűvölnöm ma este. Viszont... Nem nagyon mert bulizni, mert tudta, hogy minket kell elbűvölni. Mi az összefüggés? Hogyha bulizik, leamortizálódik, rosszul néz ki, nem tud vetközni. Ez? Mi az összefüggés? Igen, igen, hogy ő szereti. Képzeljék el. Ők a jókedvű hollandok. Bemutatnak közben egy háttérképet, ahol félmesztelen, mesztelen a hollandok szaladnak bele a tengerbe. És mesztelen fürdőzés van. Egy igen, picit, mint hogyha háttérbe szorulna az időjárás. Köszönöm szépen, hogy ez megerősített, nyilván nem erről szól. Hogy hideg a tenger, az neked nem időjárás? Hideg a víz, nem ennél fürdet. Na várjál, van még tovább. Akik az új év alkalmából már délelőtt megmerítkeztek a párfokos tengerben, még nézni is rossz borzat. És elkezdi magát finoman simogatni, átkarolja magát, ezzel kicsit feljebb nyomja a mellé, mi nézni is rossz. És finoman lassúzik magával, miközben egyébként hátul berohanó hollandokat látunk továbbra is. De most lesz csapadék, vagy nem lesz csapadék? De ezt nem derül ki. Hát felejtsd el, nem tudod meg, milyen idő lesz. Én ahogy keltem, na elég. Na ez mi volt? Na várjál, ez még egyszer. Ez hogy volt? Figyeld. Nézni is rossz, azt mondja Dóri. Dóri? Dóri. Igen. Nézni is rossz, borzasztó. Én ahogy keltem, na elég. Ha milyen ezt emberi, még a végén őszi? Visszaöltözöm. Ezt nézem is még a végén visszaöltözöm. Már a jéghideg északi tenger messze van, de idehaza szintén többfelé borult, ködös idő volt a jellemző. Itt most azért akadt meg picit, elkezdte letolni a nadrágját. Tehát itt volt, éreztétek, volt egy zökkenő. És itt már ugye az ikrek kint vannak, tehát sapka nélkül vannak az ikrek. Kicsit megfáznak fel, igazad van. Ilyen hidegben sapka nélkül. És hogyha megfigyelitek, itt a hibázási lehetőség is meglehetősen kicsi, mert hogy amennyire nekem feltűnt, hogy itt az elmúlt időjárásról beszélnek. Tehát, hogy itt azért hiba százalék már nem nagyon van. Mert hogy ködös idő volt a jellemző. Tehát nem mond semmi olyat, amitől te őt tudod hibáztatni a jövőben. Persze. Ő megmondta, hogy az volt. Igen, megmondta, hogy ködös volt az idő. Na, elkezdi ledobni a nadrágot. Elszoktam gyengeszitálás, hószállingózás sem kizárt. Északnyugaton élénk. Nem gyenge. Néhol erős lesz a déli-dél-keleti szél. Mondja a pontos infókat. A mai nappal véget ért tehát a 2012-es év. 365 hát, napra. Itt sincs az érdekében lehetőség, azért valljuk be szintén. Olyan nagyon nagyot nem tud tévedni. Ma véget ér nem? Az év. Igen, ma biztos, hogy vége az évnek. Tehetjük a szilveszteri hangulatot. A hangos ünneplés helyett, tehát ma éjjel már mindenkinek csupán annyi dolga van, hogy szorosan magához ölelje a párját, mert ha még nem tud... Itt most megint megölelte magát. Tehát, mert egyedül van. Van egy ilyen finom lassúzási inger ebben, hogy ő megölelte megint magát, így van. Ez már a vége. 2013 szó szerint erős év lesz. Főleg, hogyha rajtam múlik. A viszontlátásra... Na, és a végén elköszön. De. És egyben egyébként jól szórakozik saját magám. Ez így ez le is ment adásban? Ez nem egy pilot anya? Ez a topless időjárás jelentés. Na, benne volt, hogy fújni fog a szél, hogy szitál a köd. Benne van, hogy új év van, hogy már vége a szilveszternek, és búj össze a pároddal. Mit akarsz még ennél többet? És annyira feláborította Balázst, hogy ő mutatta meg nekünk. Nem. A hármuk közül ő látta elsőnek. Nem, én úgy gondolkozom, hogy látok valamit ünnepek között. Ezt nem hiszel el. Nem. Megnézem még egyszer. Nem, pont az a lényeg. Látok, amit azon, hogy erről majd beszélni akarok. Eltárolom a kis Winchesterre, hogy elő tudjam hívni, behozom és beszélek róla. Érted? Megint miért a nők vetkőznek? Kérdezem én. De most az én számból egy picit fura egy pozitájban, nem erre gondolok. Tessék? A rejszondrás, vagy hogy? Ne azt halljátok ki ebből, hogy egy férfi azt mondja, hogy miért nem férfiak vetköznek. De miért kell megint a nőket egy ilyen ostoba szerepbe rakni, hogy vetköznek, igen, időjárás jelent, érted? Nekem nincs az a bajom, hogy hát valaki... A Dórinak a hangjából is lehetett érezni, hogy mennyire kellemetlenül érzünk, megint neki kell vetközni. Most nem erre gondolok, hogy a Szilárd vetközön, vagy a Lajos vetközön, nem erre gondolok. Nincs bajom azzal, valaki pornózik, meg rúdtáncos, meg gogótáncos, nem érdekel, de csinálja, nincs ezzel baj. Vannak specialisták, akiket egyébként kedvelünk mi férfiak. De hogy megint azt mondják, hogy ezt kell a férfiaknak, vetközöl le a nő, és akkor ez majd megint milyen jó lesz. És ott áll egy félmeztelen nő, az egyszerű, primer ösztönök alapján működő férfiak pedig ezt bámulják. Érted? És én is pasi vagyok, megnézek egy jó nőt, nem ezzel van bajom. Ez primitív.
ez nem jó. Alantas. Akkor én vállalom. Akkor gyerekek, ösztönös. Én vállalom. Szerintem ez jó. Teljesen legális a történet, nem csinál, elmondja az időjárás, megmutatja a cickókat, megnézed. A nők megnéznének egy ilyet, ha pasi vetközne? Tehát tételezzük föl, mondjuk, Anna, gyere már be, vagy Anett, kíváncsi vagyok, hogy a nők is ennyire primitíven működnek, érted, hogy mire gondolok? Hogy az erotika, az többről kell, hogy szóljon, mint hogy egy nő most ott neked levetközik, látod a melleit, és közben mutogat balra-jobbra. Ez valakit felizgat. Hát amikor valaki azt mondja, hogy ez jó nő, nem jó nő ettől, hogy levetközik egy időjárás jelentés alatt, nem? De amíg odáig hát, eljutunk a nagy erotikáig, addig ez kellemes bemelegítés. Nincs abban a fél percben, amíg nem, szívem, tehát mondjuk a sűr holnap időjárás jelentén is elkezdene vetközni, azt a csajok megnéz, és elkezd simogatni a mellét. De csak kíváncsi vagyok, hogy a csajok is így működnek, hogy érdekli őket egy vetköző pali? Mert minket érdekel, szerintem a nők egyébként nem így működnek. Részben egyetértek veled, mert tényleg a Doritól azért többhöz vagyunk szó. Igen, tőle ezt túl visszafogott ez a műsor. Nem is értem ezt a visszalépést. Semmi kiegészítő eszköz, semmi olyan, amihez hozzá vagyunk szokva. De nem így van. Hát ha vannak női vetközők, akkor legyenek férfi vetközők. Nem nekem, én csak most kérdezem. Anett, mit mondasz? Kicsit hideg van itt. De mit szól ez a barát? Tényleg, hát akkor olvassál te is topban híreket. Hogyne, persze, sőt, mindjárt bugyiban fogok híreket. Berakunk egy online kamerát, hát most ez a trend, érted? Hát akkor ugye Jani olvasson híreket, minden egészen híreket ő olvassa, és egy bugyiban egy ormányon. Miért ne alsóban rágban? Miért kell neki átmenni? Én nem most komolyan a nőket, tehát egy pali vetközne, azt megnéznétek? Nem, hát megnéznénk. De izgató az? Tehát jól néz ki az, hogy mint ott áll egy kigyúrt Csipendél fiú, elmondja, hogy Moszkva, rámutat Londonba, elmondja, hogy nem tudom, Barcelona, rámutat Vlagyivosztokra, azt se tudja, hogy mi van, de nem ez a lényeg, bocsássuk meg nekik. És közben egy ormányos alsógatyára levetkőzik, fölugrik az ormány, és ott áll egy ilyen kis tangában ormánya. Biztos, nézitek? Biztos, hogy megnézném, de nem... Egyelőre csak Rómát tudom mutatni, most már Bern, igen, Stockholm! Már minden megvan. Ezt néznéd, ez de jó? Nem abból a célból, mint a férfiak néznek mesztelen nőket, hanem tényleg azért, mert szerintem szórakoztató, meg vicces, mint ahogy ez a női vetkőzés. De ne legyetek már ilyen szegényesek, hogy ez az inger küszöbötök, hogy ez a szórakoztató. Nem szórakoztató, hát de nem hiszed el, te is megnézed. Nyomorúságos életetek van nektek, hogy levetkőzik egy nő, kicsit a bal mellé lejjebb áll, és akkor csöpögő, nézd már, hogy levetkőzik a nő, hallod? Mint ahogy te nézted, hogy ez tényleg olyan. Ez ja, úgy igen, értem. Tehát mint a saskaberő, nem velük röhögsz, hanem rajta. Ezt értem. Ezt a típus. Szegényes. A mikroszkóp színpad, ugye? Hát nem a poénon röhögsz, hanem rajtuk röhögsz, hogy hát mindig itt tartanak. Már el, hogy a német Lajos elkezdik kigombolni az ingét, vagy a bárki. Hát jó, hát biztos, hogy nem azért nézni, hogy most tegerjesz el magam. Nem a német Lajosra gondolni, azt mondta, hogy egy férfi vetkőzzön. De bárki. Nem itt hall Lajos, ha baj lenne, de... Oda néznék szerintem, egyszer-kétszer megpillantanám, de nem gondolom, hogy várnám popcornnal az ölemben az esti időjárás jelentést. Honnan tudod, hogy popcorn? Te popcornnal ülsz be erre? Dehogy is. Tortilla chipszel, sajtos mártogatóval. Ez a baj egyébként az egésszel, hogy tényleg, ez bekészített a ropogtatni valót, a mártogatókat, és ilyen felénél már, és kettőt mártottál, érted, egyet ropogtattál, az csokolom már vége van, az egyi. Tehát nem, ezért nem volt érdemes elmenni a Hmm. Azt se tudtad meg, milyen lett az idő. De egyébként engem ez is zavar benne. Na, láttad, hogy milyen tehát, már... Ez engem meg marad. Legalább az zavar. Hát nézd meg a rendes időjárásért, és ez ne nem az a lényeg, hogy kimeri, hogy milyen idő van. Szakmai alapon ez a dolog, ez nagyon billeg. Mind a két szakma tekintetében, én azt gondolom. Tehát vetközésnek kevés, meteorológiának viszont annak is kevés. Igen. Mert ha mesztelen nőket akarsz nézni, akkor másfajta filmeket jó, tessék, nézel. Pasik közül kivetkőzzön. Nem lehet megmagyarázni otthon. Tehát megnézel egy ilyet, meg se tudod magyarázni. Főleg, hogy... ha rányít a feleséged. Így van. Tehát, hogy legalább... Akkor nézd vele együtt. Ha legalább akkor... De akkor milyen idő lesz holnap? Még azt se tudod megmondani. Bocsánat. Jaj, de milyen álszent kérdés, hogy ülsz a feleséged mellett. Hát most milyen idő lesz, az nem derült ki. De arra ne kapcsoljunk még ezt. Hát miért nézel, hogy tudunk el hétvégén kirándulni, vagy sem? Nem kell magyarázkodnod, mert te időjárás jelentést nézel, nem egy mesztelen. De mit mondasz, ha megkérdezi, hogy hány fok lesz? Nem derült ki. Csak hogy a hollandok mit csináltak új évkor. Hogy átfordult át 15 perc alatt? Hogy szeretted ezt még a megszólalás elején? Látod, hogy meggyőztele? Nem tudjuk, hogy hány fok lesz. Az a baj, hogy nem tudom megvédeni az álláspontomat. Hűvös lesz, ezt fogod mondani a feleségednek. Hűvös, és fújni fog a szél. Pasi közül kivetköző, mondj egyet. Egyet. De ne egyet, hogy Zámbó Árpi, tehát nem, de valami jó. Magyarország? Mint a Kásás, vagy a Benedek, az jó lenne. Csiszárjen.
most... Dévényi Tibi bácsi. Ne 60 pluszban, hanem... Ki legyen? Mondj egy jó palit. A Fehér Balázs. A Fehér Balázs. Igen. Ő a Carbon Fools. Igen. Uh-huh. Még tönkre is tenni a karrierjét. Azonnal egy ilyet elvállalni. Ő összeköthetné azzal is, hogy elhénekli az időn. Jó, igen. A Mezőmisi viszont vegyen már valamit. A Mezőmisek mondjátok meg, hogy öltözzön föl. A Somló meg ne hűljön tovább. Na jó. Ő megkapjon intravénáson taurint, de jó sokat. Az mi volt a Voice-ban az a Nils Holgerssonos rész, gyerekek? Ha már tessék, új év után ennyi tévézés megengedhető. És a furúja? Ott volt az egy olyan hangszer, amit kis jobbak van. Azt mondta, te olyan vagy, mint a Nils Holgerssonból a Nils Holgersson. Ez jutott rólad eszembe, és elfurulyázta a magyar népmeséket. Ültem és leöntöttem magam zavarolatba. Hogy került a magyar népmesék a Nils Holgersson? Feri, ezt egy ország megkérdezte. Arra emlékezett. Nem tudod. Volt valami DVD, amit együtt néztünk a gyerekkel, azt hiszem ez volt. És elfigyült belőle egy részletet. Szerintem az lehetett, hogy ez a Henderson Dávid hasonlít Nils Holgerssonra, és még a neve is. Nem, szerintem az lehet, hogy a Somló már nem él, csak nem merik megmondani. És valaki beült, és báboznak a Somlóba, mint a Hóbortos hétvégére. Hé, Börni, ez az új műsorszám. Börni egy hete halott volt. Én imádom a Somlót a színpadon. De azt nem értettem, hogy miért fütyült el a magyar népmeséket. Hát, és ezt is ezt mondom, hogy zavar. Se baj, van egy rádióműsor, megkérdezem a fiúktól. Ez nekem azonnal, elrakom oda, hogy oké, ezt megkérdezem a fiúktól. Miért fütyült el a magyar népmeséket a Nils Holgerssonnál? Nem jó már tűzfala. Tényleg, le kéne futtani rajta egy vírusírtot, már így kavarodnak benne a dolgok. Mondja meg valaki, mi történt. Hát, ez van. Hát, amikor a Grimmtől az jut az eszembe, az ólomkatonás. Hát, nem baj, legyen Grimm. Szezon a fazon, hát most ennyi. De tényleg nem lehet, hogy nem merik megmondani? Nem lehet? Egyszerűen nem jön elő a TV2 ezzel, hogy baj van. Az egyik mester. Nyisd a száját, emeld a kezét. És lenne egy ilyen feligazítás, és valaki együtt. Egy igen. Gyerekek, baj van, látsz, kauzasd, Damil. Még konyabbat kell szerezni. Húzd meg. Mert imádtam a karamellt, hogy majdnem megfulladt, ez egy tök helyes dolog volt. Spontán volt, szegény. Szerettem, hogy a Mező lerántotta arról a gyerekről a sálat. Malek nem tudom. Az a baj, hogy most úgy beszél, hogy nem, te láttad. Malek kiborult. Tehát végre egy spontán pillanat volt a műsorban, Malek majdnem agyvérzést kapott. Már az Andrea, nem a Miklós. Nem a Miklós, az Andrea, így van. Na jó van. Hármas, mondani akartok még valamit? Ne, hát csak ezzel a magyar népesség. Lehet, hogy ez egy szerkesztői utasítás volt, megbeszéltek előre, hogy valami ilyesmi legyen, de nem emlékezett már minden. Emlékezett rá egy valamilyen mese? Van egy furujám, van egy magyar népesség, és van egy Nils Holgersson. Ezt össze kell kötnöm. És hogy valami furuja, érted? Tehát lehet, hogy mit tudom, lehet, hogy azt beszéltek meg, hogy a varázs fúvolából adjon elő, és Mozart. Ő ebből arra emlékezett, hogy Nils Holgersson, a papucs, lapföld. Ez itt a Morning Show. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok, srácok. Hello. Laci? Laci. Nem még a csodapogárkorza. Na, mesélj, mit láttál? Ja, semmi, hát mentem arra, bombáskodtak az emberek, megálltam, egy erősen vagyok, tudod, azt kigaptam a porótot, azt cikkba kellett voltva, ennyi. Melyik része égett a korzának? Hát nem tudom, hogy középtájt szerintem lehet, hogy valami benzincsőcút, vagy valami ilyesmi, mert eléggé csaptak fölfele a lángok. Aztán ott már minden lángra kapott utána. Nem tudom, szerintem lehet valami karbinál, valami benzincső, vagy valami tudod, és az ott gyulladt meg, vagy valami ilyesmi lehet. De a személy nem volt már benne, ugye? Sikerült kívülni. Nem, egy nő volt benne, hát szegény úgy megért, hogy 10 méterre elment az autó. Nézd, Laci, ha lángol alattam az autóm, én se vagyok nagyon nyugodt. Hát nem mondom, hogy itt tök ideges vagyok, de egy picit, nem? Hát nem kell parázni, hát benyúlsz, azért van a poroltó, ráfekszel, ennyi. Csak azért ment távol, mert... nincs poroltó. Nincsen. Hát szomorú. Neked van poroltód? Nincs. Hogyne lenne? Hova? Laci, nem kötelező a poroltó. Hova teszed például? Csomagtartóban hordja az ember személyre utónak? Hogyne, hát ilyen személyautóban nekem is van kettő. Nem is drága, 6000 forint per darab. Föl lehet tapasztalni oldalra az autóra, és ennyi. Uh-huh. Oldalra? De sőt, elmondom, még otthon is van pont egy ilyen személyautó cucc, mert otthon is bármikor bármi lehet.
Végülis bármikor, bármi ez így van. Neked van porolt ugyanint? Van. Olyan akkurát, amik ezt gondoltam volna. Hány darab? Inkább úgy kérdezem. Neked hány poroltó van az autódban, Jani? Egy elől, egy a csomagtartóban? Egy a csomagtartóban. Jani, az most a ponyvával nyomja. Így van, így van, az best ponyvával, az nem gyűlöm. Ez így van. Laci, te vagy a hős akkor ma reggel. Megmentettél egy autót, egy életet. Hát annak már mindegy annak az autónak, nem értem az embereket. Néznek, bambulnak, mint hogy segítenének érte. És elmentek az emberek a lángoló autó mellett, és senki nem állt meg? De megállt, csak azoknál sem volt poroltó, ott izé, szenvedtek, meg mit tudom, látok a félre, én nem mondom. Csináltak pár fotót az iPhone-jukkal gyorsan. Menjél fel a Facebookra, a nő is lehet, hogy csak azért szaladt el, hogy beleférjen az autó a képbe. Gyerekek, azért az megvan, hogy gyűjtesz az autódra, megveszed mondjuk egy 10 éves korzal, vagy valami, kiszállsz, és végignézed, ahogy rommá, porrá ég. És nem tudsz mit csinálni. És valószínű, hogy a biztosító se fizet, mert biztos kitalálnak valamit arra, hogy ez a te hibád, semmit nem fizet. És végignézed, ahogy rommáig az autód. Persze. És nem tudsz... is, tudjátok, még nem értek, hogy az emberek most azért van dugó, mert mindenki bambult, fú, de jó, ég egy autó. De nem gondolnak bele abban, hogy te kéne húzodni abban a rohadt első sávba, mert mondjuk tegyük fölrobban, akkor mi a szitu van, érted? Akkor Kobra 11. Ja, értem. Jönnek Berlinből, vagy Kölnből, vagy valahonnan, aki még életben van. Onnan Steyerországból. És a poroltót fotoljátok, fiúk, nem egy drága dolog is, nagyon hasznos. Jani hoz nekünk egyet, hát kb. 4 darab van a lakás minden pontján, egy a falra felszerelő. Hát, leszámítva a vödröket, amik homokkal vannak. Igen. Meg a vizes. Ha egyszer valaki Janira gyújtja a házat, nem szúr ki vele. Az biztos. Nem akartok kiszúrni? Tudom, hogy ez csak tesztüzem volt. Meghúzol két kart, és nyomja abban. Oké, Laci, nagyon köszi, vigyázz magadra, csáó. Hello, hello. Na jó van, oké. 0-30-645-00-00 ide várunk közlekedési híreket. Akartál valamit mondani, vagy csak rám néztél, mert nem tudsz ellenállni. Én imádom az ilyen embereket. Imádom az ilyen embereket. Tényleg, amikor szitu van, akkor tudják, hogy mi a dolguk, megállnak, és tényleg így pöcre indulnak. Nekem a sógorom ilyen, ő is egyszer tanulja volt egy ilyen balesetnek, ott is valami hasonló, volt egy kis füst, abban a pillanatban neki az első dolga az volt félrehúzni az embert, motorháztető föl, akkumulátorról lesz szépen a sarukat, stb. És hogy rögtön így vág az agya. Tehát egy tök jó dolog. Tehát, mert sokan tényleg így vannak vele, hogy 10-ből 9 ember oda megy, ezt maximum csinálni ilyen képet föl a Facebookra. De van egy, hála a jó Istennek, mint például a Laci is, ott van, és tudja, mi a dolga. Tök jó. Meg van poroltója, tudod? Igen, én most hiány, nem azért nem állnék meg, mert nem segítek, hanem mert tehát most mit tudok csinálni, hogy megfogom a hölgy kezét, és nagyon megszorítom, hogy sajnálom, hölgyem. De ez egy szörnyű dolog. Jöjjön ide, mondjál. Nyugi. Ne nézzen oda, tényleg nem tudok kicsit. Vége elmúlt. Nézze a jó oldalán, életben maradt. Gyerekek, a szörnyű lehet. Na jó. Beszéljük akkor egy kicsit arról, amivel foglalkozni akarunk. Várjam. Bocs, csak kaptam egy üzenetet. Jó, oké, van időm. Tessék? Még 10-ig mondj. Na. Most döntési helyzet elé kerültem. Voltatok már... Fekete-fér, igen. Voltatok már ilyen konkrét vészhelyzetben, amikor segíteni kellett? Amikor láttátok, hogy baj van, szülés, égés, lángolás, bármi. Amikor kellett a lélek jelenlét, kipattantatok, és lebonyolítottatok valamit hősök módjára, volt ilyen? Én annyira várom ezt a pillanatot, komolyan, egy terhes nő, egy elveszett gyermek, hogy megérkezhessek, mint Clark Kent, a jobb kezemet előre tartva, és azt mondom, itt vagyok, bocsánat, intézkedem. Nem voltam még ilyen szituációban, soha. Még talán az is lehet, hogy egy lángoló autónál is megállni. Superman? Nem. Sebestyén. Megjöttem. Uram, inkább adjon egy poroltót, ne bóckodjon. Nem volt még ilyen, ilyen éles helyzet. Ki ott? Robin? Nem. Van olyan. Igen, megjött a kis segédem. Oltjuk a tüzet. Én tűzesetnél voltam úgy, hogy panelház 10. emeleténél, azt hiszem szemétledobó gyulladt ki, és mi a 7. voltunk, vagy a 6. és csak azt hallottuk, hogy óriás kiabálás van, ablakot kinyitod, és látod, hogy a 10. üvöltenek kifelé, és nagyon bátran mindketten kiszaladtunk, föltéptük az ajtót, hogy megyünk, és de akkor már jöttek fel a tűzoltók, és mondták, hogy nagyon aranyos, próbáljanak meg lemenni úgy, hogy nem okoznak nekünk gondot. Köszönjük. Hát ennyi volt. Köszönjük szépen. Kellemes távozást kívánunk. Jussanak le épségben. De mentél már oltani? Nem. Azt mondom, nem jutottunk el odáig. Mert ja, de elindultál. Persze, hát segíteni akarsz, szerintem az az első. Vagy hogy mented az írhádat, ha nálad ég a lakás, de ez fölöttünk volt 3 emelettel, és akkor hogy menjünk, segítsünk, de addigra már kint voltak a tűzoltók, és ők határozottan mondták, hogy nagyon szépen kérik, hogy most már ne, most már mindenki lefelé. Én valahogy azt érzem, nem voltam még ilyen helyzetben, hogy ilyen nagyon higgadt tudnék maradni.
én mindig, amikor látom, hogy az akciófilmeket ilyen higgadtan gondolkodnak, akkor azon jár az eszem, hogy ezt valahogy hasonlóan csinálnám. Higgadt gondolkodás, körültekintés, lélekjelenlét, hogy úgy a helyzet magaslatán lennék. És előjönnél a spirituális vonalat. Nézze magának, ezt valamiért meg kellett élnie. Valamiért ezen a dolgon magának túl kellett esnie, tanulnia kell belőle. Hagyja, engedje el, felejts el, ne ragaszkodjon a tárgyakhoz. Mennyi? 6 évig gyűjtött? Nem érdekes. Leégett a lakása, nincs hol élni. Engedje el. De nem, tényleg azon gondolkozom, hogy valahogy higgadtan tudnék reagálni. Valami amikor kívülállóként figyelek valamit. Az ilyen apró cseprő dolgokat az élet másnak adja. Rád valami nagyon nagy dolog vár a jövőben. Hogy, de például tegnap volt ugye az iskola tűz. Igen. Hogy ha mondjuk ott vagyok, vagy elképzeltem azt, hogy tanítok, vagy tanár vagyok, akkor nem arra gondoltam, hogy a pánik, hanem hogy milyen úton, hogy tereled össze a gyerekeket, hogy viszed ki őket, mit csinálsz, hogy nyugtatod meg őket. Tehát valahogy az egészet ilyen flottul lebonyolítottam magamban. Aztán nyilván, amikor ez élesben megtörténik, nem teljesen így megy, de hogy ezt így valahogy az élére állnék. Jön valaki a katasztrófa védelemtől, egy nagyon rosszul öltözött tag, és azt mondja neked, hogy na jó, ne itt péperköcködjön. Vissza a profikra. Sebestély tanár úr, jó, mindenki na. Ugorjon ki az ablakon, de tanár úr, az ötödiken vagyunk. Igen, jó, vegye le ezt az akót. Igen, nagyon jó az akót, vegye le, és létszik, csak hagyja el az épületet. Ez a ruha tökéletesen alkalmatlan. Ráadásul füstszagú lesz. Fogjon egy válfát, tegye rá az akóját, és távozzon, mert itt csak feltart minket. Nem, benne van egy ilyen. Én szinte úgy közlekedem, hogy várom az ilyen helyzeteket. Alig várom, hogy valahol egy terhes nő azt mondja nekem, hogy Balázs, szeretem a műsorát. De most nem ezért szólítottam. Segítsen! Igen. Balázs, szeretem a műsorát! Az első mondatom. Balázs, de várj, ennek van folytatása. Szeretem a műsorát. Ön egy nagyon szimpatikus ember, de most segítsen, mert megszülök. És akkor lefektetném az autó hátsó ülésére, és levezetném a szülést. Lélekjelenléttel. Megnyugtatnám közben. Elharapnád a köldögzsinort. Nem biztos, hogy pont elharapnám a köldögzsinort, de valahogy nem esnék pánikba. Ez az érzésem magammal kapcsolatban. Meg tudnám oldani az ilyen típusú helyzeteket. Talán még egy lánguló autót is. Na, én az ilyen típusút nem tudnám megoldani. Én igen. Én úgy érzem, hogy... Én ettől jönnék zavarba. Mi lenne az első mondatod a nőnek, miután lefektetted a kocsi hátsó ülésére? Mit csináljon? Ha a bőre folyik a magzatvíz, nagyon gyors. Tehát, hölgyem, mindennek van határa. Segítek a szülésben. De ha a bőrszövetre ráfolyik a kárpit, azt nagyon fogom utálni. Hölgyem, tegyem maga alá. Dehogy is, nem. Hát nem tudom, lefektetném, megnyugtatnám, lélegezzen, és aztán letérdelnék az alagút elé. Igen. Megjabálás. Igen, gyors. Ha ott vagy bent, gyere ki! Nem tudom, hát nyilván megnyugtatnám, megfognám a kezét, csinálnám azokat a sóhajtás, levegővétel, szünet, amit ugye még a Viki is tanult, abból azért így megmaradt valami, egy kis szünet, egy kis nyomás, megpróbálnám az egészet levezetni. Közben segítséget hívnék telefonon. És élőben hagynám, hogy valaki telefonon keresztül levezesse a szülést. Tehát, hogy ezt meg tudnám oldani, úgy érzem. Vagy bármilyen ilyen helyzetet. Az élet még nem tett próbára. Ez egyébként nagy baj. De akkor nektek se volt sem. Neked. Ki még fölgyújtom a kocsit. Volt már, hogy segítséget kértek tőlem, de az nem volt így rossz tapasztalat. A jó tapasztalat az volt, amikor én néninek segítettem, aki kizárta magát a lakásból. Micsoda vészhelyzet. Mondod neki, felnyomom pajszerrel az ajtót. Nem, mert azt mondják tönkre. Jó, mondom, akkor most mit csináljak? Szóval azt csináltam, hogy a balkonunkon, ez az ötödiken volt, szépen lakásról lakásra mászkáltam. Majdnem hülyét kaptam. Egyszerűbb lett volna, hívsz egy zárszer előtt. De ez így meg volt 2 perc alatt. Hátulról bementem, kinyitottam neki az ajtót, saját lakásából mentem kifelé. Jó, kicsit élvezted. Imádtam. De hogy bemásztál egy másik lakásba, átmásztál az ő lakásába, és úgy nyitottad ki? A folyosó két végén laktunk mi, ő az egyik végén, mi meg a másik végén. És akkor a miénknek a teraszára kimásztam, átmásztam végig az összes lakásnak a balkonja, igen, és aztán bemásztam hozzá, és akkor, halló, János, ki tetszik keresni? Itt lakom, köszönöm, János. Meghálálom, aranyom. Istenem, ne? A biztonság vizár. Fogja csak ezt. És ugye milyen jó? Amit le kéne pokálódni, kakastolla. Na, vannak hős hallgatóink, akik már voltak hasonló helyzetben. Laci itt van velünk. Hello, Laci, jó reggel. Szervusztok, jó reggel, sziasztok. Na,
Hétköznapi hősök, ez kinél van? A Jenő? Jenő szokta így mondani? Igen. Nem? Ugye? Laci, te kit mentettél? Mit csináltál? Hát először is hősnek nem nevezném magam, hogy azt gondolom, amit megtettem, azt más is megtette volna. Elég sokat vagyok úton, tehát hogy közel most már 1 millió kilométer van így a hátsó felemben, és 86-osan történt az eset. Igen? Decemberben. Kicsit le volt fagyva az út, és az orrom előtt fordult be az árokba szemközti sávból egy kis hölgy, mint később kiderült egy kis hölgy, és hát ugye akkor így végpörög minden, hogy na, akkor stop, leállít minden jobbról-balról autókat leállítani, egyből futni a kocsihoz, hogy mi a helyzet, és azóta szerencsé a kis hölgy be volt kötve, de már mászott ki. És ilyenkor ugye végig gondolt, most akkor ez jó, hogyha mászik, nem jó, hogyha mászik, de láttam, mondom, tud mozogni, segítünk neki. Már a másik autó, aki megállt, hívta a mentőket. És a feje tetején volt az autó? Feje tetején. Ez igen, ez egy fekete Seat volt. Egyébként is bemondtátok akkoriban, ez december elején történt az eset. Belecsúszott az árakba, feje tetején. Tehát úgy az mondtátok a Cobra 11 szituáció. És a nő magánál volt? Abszolút, abszolút, abszolút. Hát persze adrenalin dolgozott, meg sok alatt volt, tehát sekképp sem, szegény pont Szombathelyre ment be varratot szedni. Hát nem a kocsiával sajnos, hanem később a mentő vitte be, de döbbenet volt, döbbenet. És megkérdezted, hogy van-e sérülése, kicsatoltad? Persze, 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 tehát kérdeztük, hogy fáj valami, ugye amikor az ember, amit az ember úgy 30 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt tanult a elsősegélyes tanfolyamon, megkérdeztem, megnéztük, hogy van-e még valaki a kocsiban, de mondom, döbbenet volt, hogy nagyon gyorsan ott volt egyébként répcelakra a mentő, tehát szerintem nem telt el 2-3 perc. Ugye most sok mindent mondunk itt az egészségügyre, de hihetetlen, hogy tényleg sert perc alatt ott voltak. Ők ugye persze már utána szakszerűen ellátták a hölgyet, egyből végignézték, megint az autót, nincs-e valami gond. Aztán utána igazából nekünk nem volt ott sok tennivaló, de olyan jó eső érzés volt, két dolog volt. Az egyik az, hogy segíteni tudtál, a másik pedig az, hogy mennyi autó megállt utána, és legalább 20-30 autó, hogy nem tudnak-e segíteni. Tehát ugye sokan mondják, hogy a mai világban mindenki nagyibe tojik a másikra. Nem, hát egy ilyenre megállnak, abszolút, nyilván, abszolút, fél tetér áll egy autó benne egy nővel, persze. Jó, köszönjük, hogy elmondtad, ez nem semmi, köszi. A hölgy azóta jól van, és mert info nem jött vissza róla, de így a távolban is akkor kívánom ki minden jót, és bízok benne, hogy azóta ismét egészséges. Köszi, Laci, ciao, hello. Minden jót, szevasztok. Itt van Jani, ő buszból mentett embereket, ha minden igaz. Jani, hello, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Hello, te lángoló buszból segítettél ki embereket? Nem, ez egyik az úgy volt, hogy az egy buszom gyulladt ki. Belebeszélsz a telefonba, Jani? Bocsánat, csak nagyon halkan hallunk. Hát egyik úgy volt, hogy az én buszom gyulladt ki, akkor a motortér égett egy picit, az gázosabb volt, de a másik az a pasirész volt, tehát az volt inkább a nagyobb láng, de ott nem volt utas, mondjuk. Ja, várj, buszvezető vagy, kezdjük innen, tehát te buszt vezetsz, kigyulladt a busz. Igen, és akkor a következőt látom, nem vagyok Pasatéren a végállomásom, eszem épp a szendvicsem reggel 6 óra, és megjelenik a hegyből garázsmenetes busz, és már lánggal jön be a térre, hogy az oldal a lángból. Megáll a tér kellős közepén, úgy leállítja a forgalmat, én nézem, hogy mondom, mi történik. Sikerül beindítani a buszt, még begurul vele félig a végállomásra, kiszáll a sofőr, és nézi a buszt. és nem poroltó, nincs rohanás, nincs semmi, hanem nézi a buszt, hogy ég. Na és hát ekkor a szendvics az repült, úgyhogy futottam ki az enyémhez, kikaptam a tűzporoltót, mentem oda, azt én kezdtem meg a poroltást. Kicsit úgy volt egy kis blokkolás. Aha, de nem voltak utasok, nem voltak utasok a buszon, nyilván nem, mert hogy a szervizből jött, vagy honnan. Tehát a garázsból. Hát igen. Aha. Na jó van, kis tűzoltó. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Azt mondja, hogy Balázs, ha pont vele találkoznék, amikor szülök, köszönöm, elég lesz, ha csak beviszel a kórházba. Valamiért ő nem bízik benned. Szia Balázs, elfolyt a magzatvizem. Gyerekek, a legjobban tudnék szülést levezetni. Nálam megnyugtatóbb senki nem tud lenni, amikor vészhelyzet van. Nézd rám, nézek megnyugtatóan? Ne, inkább felteszem a lábam a széles kertről az asztal, és nézd be az alagút. Egyik szentestén egy autó borult előttem, én mentőt hívtam, és a férjem mentett, írja Teca. Hajléktalan kapott a metrón epilepsziás rohamot, csak én segítettem neki, a többiek viszont léptek hátra kettőt legalább, írja Bamba. Azért az is milyen, nem? Nekem egyszer a Trabantom gyulladt ki, fagy nem volt, mivel
fagy volt, nem volt mivel eloltanom, csak egy adag friss tehénszar találtam, bocsánat. Felmarkoltam és azzal oltottam el. De az jó, mert az csak füstöl, nem? Ez egy jó megoldás. Igen. Próbáljátok ki Bali higgadtságát, gyújtsátok föl a kocsiját. De barátságos SMS. A neteket kellett menteni, vagy te voltál ilyen vészhelyzetben bármikor? Karácsony után voltam, vagy karácsony környékén most óriási vészhelyzet alakult ki a konyhámban. Na. Kigyulladt a serpenyő. Tényleg? És amikor ilyen óriási méteres lángokkal ég, azért akkor meg tudsz ijedni, és nagyon büszke voltam magamra. Méteresért 20 centis. Nem, tényleg nagy láng volt. Bedobtam a mosogatóba az égő edényt, és annyira büszke voltam magamra, hogy tudtam, hogy nem szabad az égő olajra vizet engedni. Melyik a mosogató? Igen. Hogy felismerted a mosogatót, ilyen. Isten, melyik lehet? És gyorsan ráraktam a konyharuhát is. Na, ez jó, ha egy lángra rá. Elveszed az oxigént a tűz elől, és akkor nem ég. És uh-huh. Eloltattam a tüzet. Óriási volt. Nagyon-nagyon megijedtem. És a párod közben mit csinált? Na ne. Nem, ő flambírozunk. Mi lesz a menü? Nem rossz. Búdál palacsinta. De én inkább véreset szeretem. Vagy föltűzött egy nyársat egy szalonnára. Van egy kis krumpli. Elkezdem megcsütni a szalonnát. Várja, ne ilyen gyorsan. Vágj szelet, kenyeret szeretek csöpögtetni. Még szinte száraz a messza. De miért beszélne így? Hát miért? Miért? A pilóták azok csak hogy hívják, akkor lehetnek bölcsész. Persze, napád is vidéki. És milyen szépen beszél attól, hogy vidéki. És akkor mi lett, eloltottad végül? Nem, leégett a lakás, és majd bemondtam a hírekbe. Hát és nem volt ott se olyan egy kószaporoltóval? Itt vagyok, jöttem oltani. Semmi? Hát nem oltani nekünk mi lenne? Hát érte. Még sértetlen a plomba. Amíg nem jár le, addig nem mentek máshol, csak ott volt. Tényleg, mérlegelnél tűzesetnél, hogy használod-e a porral oltót? Tehát tényleg csak indokolt esetben. Nem, a Janél tűzesetnél megnézni, hogy melyik kell először, melyik kell olt csak 2013 június, ezzel még nem. Hát ez tavaly lejárt, ezzel már nem. Még 2 óra után néhány perccel ugye kigyulladt egy Korza az M1-M7-es közös bevezető szakaszán. Egy hallgatónk telefonált Laci, aki elmondta, hogy megállt oltani. És hát ugye a hölgy szegény végignézte, hogy hát tulajdonképpen kiég az autója. És arról kezdtünk beszélgetni, hogy ki milyen hőstettet hajtott már végre. Megállsz, nem állsz meg, segítesz, továbbmész, végignézed, nem nézed végig, érdekel, nem érdekel. És nagyon sok hallgatónk volt már olyan helyzetben, hogy menteni kellett koncerten, vízből kihúzni valakit, autóból, ugye itt többen telefonáltak, és valaki égőbuszt oltott, ami már úgy jött a garázsból, hogy lángolt. Azért az is szép, gurul le ott a pasarétin, és már lángol, mint egy ilyen tűzgolyó. És nagyon sokan írnak még, hogy ilyen helyzetben voltak, hogy valakit menteni kellett. Írja nekünk egy hallgató, hogy a barátaimmal már 2-szer mentettünk embert a Dunából. Az egyik öngyilkos jelölt volt, a másik egy eszméletlen hölgy, akinek máig rejtély a története, a mentők vitték el, szép napot, írja Attila. Igen, egy fuldoklóról mondják azt, hogy azért az se könnyű kihúzni, ugye kapálózik, pánikban van, ütver mindenkit, rugdalózik, tehát annak is megvan a pontos menete egyébként, hogy hogy kell mögé kerülni. Ezt még talán a buvárkodásnál tanultuk, te is tanultad, ugye, hogy kerül mögé. Igen. Ahogy a fuldokló ember szeretne nyilván kimenekülni, és rád kapaszkodik. És van olyan, hogy annyira bepánikol, hogy mind a két karodat leszorítja, tehát vele együtt süllyedsz a víz alá. Hogy igen, az van, hogy hátulról, és eltartva magadtól lehetőleg egy kézzel, hajánál, ruhájánál fogva kihúzni. Igen, húzott ki. És nem könnyű. De hogyha látsz egy ilyet, akkor ezt így végig gondolod, vagy annyira bent van ez az agyadban, hogy automatikusan jön. Amit te mondtál, hogy mit csinálok? A. Pánikba esek. B. Tudok segíteni higgadtan. Ugye? Milyen érdekes dolog, hogy ott állsz, és akkor elkezdesz gondolkodni, hogy úristen, mit kell csinálni, mögé kerülni, egy kézzel messziről tartani, vagy ez így automatikusan jön az emberből. Én ezért félek az ilyen szituktól. Az tök jó, hogy te mondod, hogy tudod, hogy mi az első mondat a bőrkárpit. De hogyha ténylegesen ott lennénk, akkor nem tudom, mi hát történne. Igen. Hogy rutintalanul szó, vagy tényleg bajban van. Érted? Vagy csak így gyakorol. Feri ott hirtelen meglátja egy velencei tó átúszásnál a kert végéből, éppen ott forgatgatja a flekkereket, hogy valaki ott csapkod, mit az és kirángatja a vízből. Többször egymás után. Hagyj menjek már a rohadtél. Engedjen már el. Igen, ez a Korza egyébként szegény reggel, ami rángolt, az már
Hát abszolút kiégett írják nekünk sokan. Az már a korzomenyországon. Balázs, te még egy repülőt is le tudnál hozni a kód sorsrudaival. jobbra van a leszállópálya. Döntsék el, melyik a rövidebb. kettesre szálljanak, igen. Az én férjem Szentkirály közelében segített egy árokba borult autón, akkor bizony mindenki elment mellettünk, ő meg a Mio öreg zsigulinkkal segített, szerencsére nem lett nagy baj. Szép napot nektek, írja egy hallgató. Édesapám egy emésztőgödörbe esett embert húzott ki az utolsó pillanatban, ha nem veszi észre, a férfi megfulladt volna. Apukánk egyébként mindig ment, nem ez volt az egyetlen mentése, őt mindig megtalálják az ilyen esetek, így a Zsuzsa. Hát az is kemény azért, ott kötél, hogy lemész, hogy húzott ki, nem? Ott is kell lélek jelenlét. Egy benzinkút mellett égő autót próbáltunk eloltani, amikor a kútról el akartuk érni a poroltót, közölte a kutas, hogy az leltárban van, nem adja oda. Hát nézd, tulajdonképpen az milyen? Az milyen? Igen. Balázs, a szülés vezet le az autón, tedd a hajsütő vasat a szülőnőtől messzebb, nehogy zárlatos legyen a magzatvíztől, és kigyulladjon a kocsit. Így a Majti. Egyszer arra értem haza, hogy lángol az egyik szoba, senkinek nem kívánom azt az érzést. Borzasztó. Az milyen kemény lehet. Nem kisvödörrel elkezdesz vizet hordani, ha nincs poroltód? De mit tudsz csinálni? Hát attól, vagy tűzoltót hívsz előtt. Hát igen, meg mitől lángol, nem? Mitől lángol a szoba, mert hogyha valami elektromos tűz ott, azért nem célszerű egy vödör vízzel oltani. Tehát elektromos tűz van, és én ráöntöm, azonnal meg is csak... Homok. De honnan szerzel a homokot? Mondjuk a negyedikem. Igen. Hát fogod a vadászkörényt, kiengeded, és ráöntöd. Igen, az alvot. Megráz? Tehát ha mondjuk lángol egy konnektor, és én azt leöntöm... Megráz hat. Megráz hat? Igen. Persze. Na, nekünk pedig vendégünk van, méghozzá egy fiatal ember, aki Guinness rekorder, és hát nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy egész egyszerűen 10 perc alatt porrázúzzuk az ő Guinness rekordját, és átvegyük. Ennyi év gyakorlás után ez menni fog. Ennyi év gyakorlás után átvegyük a helyünket a jól megérdemelt trónon, és hát tulajdonképpen mi üljünk az ő helyére. Ugye erre vállalkoztunk, nem kisebb dologra. Péter Bence, a mi vendégünk. Hello Bence, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Veled a napokban az egyik magazin műsor készített egy kis anyagot, amikor kiderült, hogy te Guinness rekorder vagy zongoristaként, ugye? Így van, igen. Ez a Guinness rekorder, ez egy perc alatt leütött hangot jelent, vagy hangmennyiséget? Így van, tehát a Guinness bizottság az egy perc alatt ugyanazt a hangot számolja meg, tehát hogy hányszor van leütve egy perc alatt. De ja, hogy egy hangot kell üssen. Így van, tehát akármit csinálok mellette, csak azt az egy hangot fogják megszámolni, ez a... elég vicces. Hát akkor az egy elég monoton zenemű. Így van. Hát ez igen. Minimál. És erre hogy jöttél rá egyébként erre a képességre, hogy egyszer... Kigyulladt az ongol. Volt próba után egy randit, kicsit sietned kellett, és így talán ők egy picit gyorsabban... Nagyon jó, Bence, indulhat. Nem, igazából láttam, ugye hallottam akkor, hogy Havasi Balázs ezt a rekordot felállította először, és utána egy-két évre rá egy indiai-amerikai zenész ezt megdöntötte. Ugye először volt 498 egy perc alatt, aztán... Annyi hitött a Havasi? Igen, aztán 669-et az indiai zenész. Aha, és akkor berágtál, mondtad, hogy nagyon elég. Nagy, na jó, most már ebből elég. Most elő, akkor jövök. Marika Lili, hagyjuk a fűrelit. Igen. Mondtad, hogy akkor oda teszed magad. Igen, így van. És akkor 765-öt sikerült. 765 ráadásul. Az jó, mert 650-et mondtam. 765. Igen. Hihetetlen, eltelt két perc és pár százzal nőtt. Hát milyen komoly. Azt már nem tudom lenyomni. Jó, 650-et még hoztam volna. Így van. A 750 akárányat már nem tudom vállalni. 3 éves korod óta zongorázol. Így van. Ezt én sose tudtam összetenni, amikor olvasom ilyen csoda gyerekekről, hogy zongoráznak. 3 évesen odaültettek egy zongoráz, és aztán nézzétek, a kis Bence milyen ügyesen játszott tényleg a füreliszt, vagy csak leütöttél egy-két hangot, ezt anyukád lefényképezte, és akkor innentől lehet számolni, hogy még te zongorázol. Hát igen, leültem, ugye volt nagymamáimnál egy ilyen pianino, és azon játszottam el 3 éves koromban, úgyhogy hallás után bizonyos dallamokat így visszajátszottam, és akkor nagyon nyilvánvaló volt, hogy. De ez mondjuk, amikor a fülesmackó, mit tudom, legurul egy dombon, és akkor ezt végighúzza az ember a kezét, vagy komoly dallamokat? Nem, már 3 éves? Abszolút, persze. Tehát amiket hallottam mondjuk rajzfilmekben, vagy tévében, azokat én... Azokat visszajátszottam. De nem kaptál mackót, vagy fakockát, vagy ilyesmit? Csak az zongora volt. De nem megkapod az a zongorát, de nem így messzire. Nem, tehát normális voltam mellette. Jó, oké. Csak ez olyan fura, hogy... Jól értelmezted, Jani, kérdését. Igen, erre vonatkozott.
Tehát akkor most ha a mi gyerekeim kicsit zeneérzékenyek, és a te gyereked még gitározik, vagy az enyém egy hegedűn kicsit üti, és úgy csinál, mint a zongorázna, akkor van zenei zongorát. Affinitás? Tehát akkor most vegyek neki zongorát, Bence? Hát hogyha látod, hogy van, tehát hogy értelmes gondolatok vannak ott a zenében, akkor szerintem érdemes vele foglalkozni. Értelmes gondolatok a zenében. Hát ő azt sem fog egy hegedűt lefekteti maga elé, és úgy csinál rajta, mint a zongorázna. Hát és olyan hegedűje van, amit egyszer megnyom, ugye a húrokat, akkor az zenél. Elengedi, nem zenél. Nem bonyolult. Ha jól hangzik, igen. Akkor az így elég új. Illetve a múltkor megnézték a filmmúzeumon a Csárdás királynőt, és utána a Benibe akart ugrani egy nagy bőgőbe. Igen. Még ritkán játszhat vele, mert nem sűrűn adom neki oda, mert inkább én klipírozok rajta. Inkább én tolom. Szóval 3 évesen. Mennyi a panyesz neked? Nekem már 4, de aki nálunk a kettőféle soma, ő az, aki jobban oda van. Ő gitározik, ráadásul balkezesen, és van egy olyan gitárja, amit ha megnyomsz egy gombot, akkor elkezd muzsikálni, és a gyerekem kis terpesz, és azt üvölti, hogy apa, én most rock and roll vagyok. Tényleg? Hát akkor itt van zenei. De hogy akkor attól még lehet, hogy jó zongorista is lesz? Persze, hát abszolút. Ja, bízunk benne. Igen. Úgyhogy vegyél néha egy zongorát is ott ugye, hát azért ment a gitárok irányába, mert más nincsen otthon, hogy a tubák lettek volna például. Igen, akkor most tubák. Vagy a kis szobában egy hárfa, akkor a gyerek már lehet, hogy rég hárfázna. Ez komoly fizikai teljesítmény azért egy percen keresztül ezt így ütni, nem? Hát pont az a veszélye, ugye, mert egy fél perc után ez ilyen fájdalmasá tud válni, és akkor ez volt a veszélye, hogy inhűvegyulladás lehet kapni, és akkor onnantól kezdve vége a karriernek. És mivel védekezel? Fekete nadály tőkrém? Igen. Tájmasszázs? Fácslizol, vagy mit csinál? Nem szabad sokszor csinálni ezt a dolgot egy nap alatt. Tehát, hogy egyszer-kétszer úgy kipróbáltam, és akkor... Hát most te állítottad ezt a rekordot, ezt most te tartod, majd jön valami, nem tudom, valaki Lászából, akkor ezt megdönti, és akkor utána megint visszaveszed. De most ezt nem kell gyakorolnod, nem? Hát ezt most visszaveszem. Azt mondtad, hogy srácok, gyertek, most ezt megmutattam, mennyi 750 akárhány, valaki jöjjön. A Balázs esetleg bejelentkezett, hogy újra megpróbált téged lenyomni? Vagy volt ilyen kis... Nem. Visszavonul. Ennyi föladja a karrierjét. Jó, hogy tudnánk ezt egy elektromos zongorán leszámolni, hogy mi mennyire vagyunk képesek? Ugye ez igazi zongora, amit te teljesen más a működési jelve, ugye? A mechanika az ezek. A mechanika. A hallgató kedvéért mondjuk el, hogy eredetileg ugye maga ez a rekord, ez egy Bösendorfer zongorán történt meg, és mi, hát ahogy a felelőből látjuk, Szalér Alan kollégánktól tudtunk költözni egy szintetizátor. Hogy ennyire féltékeny, hogy még a nevét ráírat. Elképesztően ír így, nem? De hogy jelzi, hogy az övé. Igen. Hogy tudjuk ezt leszámolni? Az érvényes, hogy te megmutatod, hogy ez hogy szól, körülbelül mi a gyorsaság, csak hogy legyen viszonyítási alap. Utána odaül a Jani vagy én, és mi visszalassítva megnézzük, hogy 10 másodperc alatt mennyit ütünk, és azt felszorozzuk 6-tal. Nyilván totál kamu az egész. Hát ha a szám közelébe lesz. Abszolút, oké. Okay. Jó, megnézhetjük, akkor ez hogy szól körülbelül? Persze. Mennyire vagy rágyúrva most így karban, Bence, erre? Tehát ez most ugye ez elektromos zongora, tehát a mechanikai alapból nem ugyanaz, tehát valószínű, hogy nem fog úgy sikerülni, de mindjárt meglátjuk. Jó, csak körülbelül, hogy elkapjuk azt a fajta gyorsaságot, amit mi aztán nyilván nem tudunk majd reprodukálni, de csak kíváncsiságból. Jó? Tehát csak egy nagyon rövid. Csak egy nagyon rövid kis betétet, mert utána még akarok tanulni is. Esetleg a szintetizátor mellé kérsz egy trombitát is, hogy nagyon lelazulj. Oda tartod még kicsit a mikrofont, Jani, még közelebb? Persze. Jó, csak magát a gyorsaságot, hogy meg tudjuk nézni, egyébként videót is csinálunk, hogy fel tudjuk tenni a Facebookra. Köszönöm. Úgy, oké. Oda hajtottuk akkor a mikrofon. Igen? Csak egy pár másodpercet. Persze, csak egy pár, nem kell egy percig végigcsinálni, csak körülbelül mi a tempó, hogy hogy szól, hogy legyen viszonyítási alap. Roland bácsi, hogy fog reagálni. Oké. Ezt kell elképzelni egy percen keresztül. Aha. Ez beteg dolog. Akkor az összes lőfegyvert rakjátok el. Na. Közelemből már agyon fogom lőni. Jó, ez egy percen keresztül, na, ugye? Tehát ez baromi kemény karmeló, gyere vissza nyugodtan. Okay. Bedurant? Nézd, hogy bebicepszed. Igen, beállt már a quadricepsed. De ez egy perc, hát ebbe leizzad az ember egy percen keresztül. Nagyon, igen. Ugye? Igen. Miket ki nem találnak az emberek, hogy egy perc alatt leütött hangszámból valaki Guinness rekordot csinál? 750? Az másodpercenként mennyi, Feri? Hát mit adod be 60-nal, adjál már. Hát az 10-12 vagy 13 másodpercenként, az rengeteg. Igen. Az ugye körülbelül? 13. Igen, 13. Hoppá, ez nem azért. De jó vagy, nagyon jó. Nem, azért, na most bocsánat, álljunk meg egy pillanatra. Jó. Azért emellett most ezt szaladjunk el, hogy ezt így rámondtam, hogy mennyi másodpercenként. Na, Jani, tessék. Hát az bejött. Te David, na, Page, ülj oda a zongorához, kérlek. Te John Lord. A John Lord egyébként még stimmel is. Hogy mit tudsz csinálni 10 másodperc alatt. Jó? Figyeld, odahajtott, alig nagyképű, odahajtott. Hallják, persze, hallgatunk.
Na, Jani kipróbálja. 10 másodperc. És akkor egyet kell ütnem, ugye? Tessék? Hát üthetsz ötöt is összeadjuk. Na, csak hogy mondja, hogy mennyire vágom a témát. Egy olyan billentyűt kerestem magam, ami közel van a mikrofon. Igen, és a billentyű ezt hajtotta oda, hogy biztos hallják a hallgatók. Igen. Na, nincs jelentősége. Bence nagyon jól szórakozik rajtunk. Igen, hát az ongoráz annyira nem értünk. Jani lelazik. Jani nagyon rákészül. Igen, ehhez picit be vannak merevedve az izmaid. Jani picit nyújt. Jani, az ég egy világon semmi jelentősége nincs ennek, amit csinálsz. Na. Te mennyire suta vagy. Ökörre ráütött egyet szegény Sunny Roland. Ez most mi volt? Most megcsináltad? Ja, ez már a hangmennyiséged volt? Ja, egy percen keresztül. Nem kell egy percen keresztül. Azt azért nem hallgatnánk. Csinálj egy 10 másodpercet, és utána leszámoljuk, jó? A Zsül utána bemegy, és akkor leszámolja, hogy ez mennyi volt. Na, figyelj, 3, 2, 1, tessék! Mondjuk ez látni is kéne. Jó, vége. Oké, vége. Ez már mennyi volt, Bence, körülbelül másodpercenként? Ez szörnyű melós, hogy beépítem egyébként az edzéstervem, mert kihagyom a tolockodást. Másodpercenként? Hát egy olyan 8, 7, másodpercenként 8. Az nem rossz. A Bence csinál 13-at, tehet egy 8-at, az tök jó. Az nem rossz egyébként. Na jó, de ezt egy percig kell csinálni. Igen, azért azt ne felejtjük el, hogy ezt egy percig kell csinálni. Egyébként te nyilván darabokat is szerzel, nem? Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mindig megnézed, hogy most milyen Guinness rekordokat lehet mondjuk. Hogy a Balázsra szeretne rákérdezni finom, hogy erre ugye még nem lehetne egy önálló fellépést leszervezni, amik Lőrincen a rózsaműveledősi házban. Nyugtass meg, hogy ha egyszer lesz arra, hogy a koncerted, nem ez lesz a főszám. Tehát, hogy te szerzel zenét, akar a énekelni sztárokkal, ugye? Így van. Kivel hát, vagy milyen zenét? Hát én már 7 éves korom óta írok zenéket, ugye klasszikusból kezdtem el, de aztán most így abszolút minden, tehát hogy pop, jazz, world music, minden van igazából. Uh-huh. És akkor... És írtál egy dalt, amit a különböző országok képviselői énekelnek fel, vagy énekeltetted fel velük? Igen, tehát kint a Berklin. Ott tanulsz. Így van, uh-huh. A Bostonban, és... Kösz. Neked szólt, Jani. Csak hogy nehogy véletlen Németországba tedd. De ismer minket, hallgat minket. Láttad, hogy elbizonytalanodtál. Mit tudod, Berkeley, Boston, mondja meg még valamit mellé, mert nekem még túl tág a kör. És ott volt ez az ötletem, hogy egy ilyen, mint egy ilyen új We Are The World, de az üzenet az amúgy tehát teljesen más, de hogy az a koncepcióhoz hasonló, és akkor összefogok így annyi országot, amit csak tudok ott, tehát hogy ismerősök, barátok, ugye osztálytársak, és akkor így ezt a számomat, ugye én vagyok a producere is, meg a zeneszerző, és akkor ezt így megcsináltuk, és akkor 20. Kis egocentrikus. De ne, jó, ez nekem tetszik. Gyerekek, 20 éves, jól zongorázik, tisztában van vele, tanul közben, képzi magát, és vannak álmai, amiket meg akar valósítani, így kell. Hát ez teljesen jó. Na, még mielőtt leütném az első hangot a zongorán, csak szólok nektek. Oké, cimbik vagyunk, de ez az én projektem. Én vagyok a producer, én vagyok a zeneszerző, én írtam a szöveget, és én is énekelek. És enyém vagyok. Én állok a hídon, én vagyok a menő, a nagy menő, a góré. Csak én énekelek. Megpróbálod, Feri? 10 másodperc, akkor most már csináljuk, majd mind a hárman leszámoltatjuk gyorsan utána, hogy ki élet. Ez egy ilyen házi verseny, Bence, jó? Okay. Nem hiszed el, nem is hiszed, mi mindig rivalizálunk, mindenből mindig győzni akarunk, mindenből a legjobbat akarjuk kihozni. Nyomd meg a bekapcsolni gombot, Feri. Be van kapcsolva. Kinyírtam? Ja, persze. Ja, várj, kiúztam. Ne törődj vele, egy félmilliós zongorát gyorsan tönkretettél. Picit nehezítettem neki. Feri egyébként zenész, gitározik, és emellett a kézi alverővel is elég jól bánik, úgyhogy... És egyéb dolgokban. Igen, és egyéb dolgokban is. Most kéne bekapcsolni. Na, oké, megjött a hang. Várjál, számolunk. Anna, leszámolható? Tehát meg lehet számolni az ütéseket? Most nyilván nagyjából, mikor Zsűl számolja, akkor holnap tudunk eredményt mondani. Jó, oké. Na, várjál, visszaszámolok. Jó. 100! De várjál, egészkor indítsuk a másodpercet. A zongoránál Feri, azt mondja 5, 4, 3, 2, 1. Figyelj, Feri, várjál, most! Öcsém, Steve Wonder bekaphatja tényleg. Jó, vége van. Ez marha nehéz. Meg ne álljon a szíved. Bele ne halljál, vigyázz. Egyébként melós. Egyébként tényleg melós. Ezért nem játszott ezt Stratovarius szólókat. Jó, értelmezhetetlen az a sok hang egyszerre. Milyenek a srácok, mint zongora talentum? Van affinitás? Hogy érzed?
Kint? Nem, itt a Pénzverdében, az Üllői úton, Bence, egyelőre. Elég korán van nekem ilyen kérdések elemzését. Oké, okay, tehát van remény. Van remény. Van remény. Van. Sose késő, gyerekek. Én de szeretem, amikor... hogy van remény, hogy abba adjuk, hogy igen, nem folytatjuk. Reménykedik, hogy nem folytatjátok. Én szeretem, amikor valaki 40-50 évesen úgy dönt, hogy valamit még meg akar tanulni, hogy valamiben még tökéletesedni akar, hogy elkezd tanulni zongorázni, hogy elkezd tanulni gitározni. Nem, a tanulás nem csak a fiatalok. És érzed, hogy ez kiváltsága? A nem, most konkrétan a csákóhajtogatásra gondolom. Nem, konkrétan nem. Arra gondoltam, hogy tanuljatok meg hímezni. Ki volt a több, Bence, szerinted? Tehát egyértelmű, hogy Feriém. Feriém volt a több. Hogy lehetsz ekkora? Hogy lehetsz ennyire? Kezemre. Na jó, akkor ütök egyet, jó? Na. Kipróbálom. Ó, most figyelj. Még egyet ütök, és akkor hírek után bemondjuk az eredményt. Jó? Jó van. Zsűladig össze tudod számolni? Há, ja, nem, meg keversz közben, akkor majd Anna számol. Milyen izgatott vagy, milyen furcsa, hisz te jössz. Jó, hírezzük egyet, és akkor utána ütök egyet. De most már üték egyet. De micsoda, nagy... ezekkel a bicepszekkel itt nem viccel. Nincs összefüggés. Mi között? A bicepszed meg az ütés is. Mivel mozgatott? Valamivel mozgatott. Te gyakoroltál. Igen, ma éjszaka nem Benny tudtam aludni. Benny most nem te! Tényleg, mondta is egyébként. Lehet, hogy elvette Bennytől a hegedű, szegény gyerek. És ki ma a szerkesztőnk? Azóta. Egész éjszaka vertem a hegedű, de egész nagyon durva. Ez itt a Morning Show. Kassa Tibi, gyerekek, elmondanám klubmixe itt a Klassz FM-en a Morning Show-ban. Vendégeink is így csápoltak. így van, Bencét úgy kellett lefogni, hogy már bogár táncolni kezdett, ledobta magát a földre háttal, és a lába és a keze fönn volt az égben, és masszívan bogár táncolt. Vendégünk van, Péter Bence, fiatal zongorista, aki egyben Guinness rekorder is, hát nyilván mi a te munkásságodnak és pályádnak a viccesebb végét fogtuk meg, hogy Guinness rekorder vagy, tudom, hogy közben komoly előadókkal dolgozol, meg hova jársz iskolába, ezt most már Jani is tudja, hogy van egy ilyen iskola. Bostonban. Úgyhogy mit szólsz a dalhoz? Kassa Tibihez, hallgattad? Persze. Láttam, hogy ez önkívül ebbe estél. Így van, tehát nem lehetett lefogni. Már kéri az akkordokat, hogy döbbenet. Hogyan van. Igen. Szeretném. Tehetsége zenész, a Tibi? Amit így abszolút, hallottál? Persze. De kamus. De jól csinálod, ahogy égnek a kis piros jelzők a mikrofonon egy, igen. Minden hangszert ő játszott fel, illetve ő vette a CD-ket is, amiről a hangminták vannak. Na, te nem nagyon vagy itt egyébként Magyarországon, ugye? Tehát, hogy az Bostonban élet... van. Azért kérdezem. Hát melyik ország? Boston számomra nem Magyarország. Keveset vagy itthon, ugye? Így van, az utóbbi másfél évben, mert azóta tanulok ott kint. Az utóbbi másfél évben? Hát akkor a Kassa Tibi már másfél évvel ezelőtt bukkant föl, úgyhogy ismereted. Na gyerekek, megvannak a számok. Most mi van? Megvannak a számok, megvan Feri egy másodperc alatt leütött mennyisége, és megvan Jani egy másodperc alatt leütött mennyisége. Nem sokára összesítünk. Nem is számoltuk össze. Maradjanak velünk. Igen, újra reklám. Tehát akkor gyorsan ütök egyet én is, megszámolja Zsűl, és akkor megtörténik a házi verseny végeredménye. No. Hogy Bencének nyilván nem, de legalább Havasi Balázsnak van-e félnivalója. Mennyit ütött a Balázs egy perc alatt? 498. Azért mondom, jó, 98, ez picit irányos lett. Lassú kicsit, én elmerültem. Elfáradtam a legkolikusabb vonalat képviselni. Azért, mert 98-ot a Feri makkal leütett, hogy az nem... Nem. Kicsit ráteszi a zacsit, és egyből 30-at szól, úgyhogy csak azért akkor... mondom, Havasi Balázs 98, hát ez nekem kicsit kevés. Hát... Na Feri, mutasd akkor, tényleg így van-e? Makkal innen leütöm. Azért. Csak a gűtésenként cserélni kéne a billentyűket. Micsoda, egy vermak sisakot hord a gatyájába. Ha lenyomsz minket, akkor igen? Ígérd meg, hogy akkor mondjuk lejátszol valamilyen zeneszámot, mondjuk legyen mondjuk az Imagine. Jó. Jó, de akkor várj, akkor... Jó, de akkor megpróbálok erre ütni. Vagy hát ezt ne is hívjuk ütésnek, ez ugye verés inkább, nem? Tehát, hogy, okay. Hát ha ragaszkodsz el, mindegy, hogy minek nevezzük. Hogy csináltátok? Egy ujjal csináltátok? Kettővel. Úgy de jó vagy. Így csináltátok? Már lenyomtál ennyi. Még el sem kezdtem, hogy Jani már megdött. Így felváltva, igen. Felváltva. Mi legalább, de lehet, hogy neked van jobb technikád. Mutasd csak a bal kezed. Én csak a bal kezed. Úgy de jó az. Na, figyeljetek, így van, a hangszernél a Blondi Balázs. Na. 5, 4, 3, 2, 1. Tessék! Nyomjad még, mert nincs meg. Nyomjad. Ennyire akarod ezt az Imagine? Arról a télen.
Mici mackó lecsúszhat. Ez egy füles mackó. Na, számoljuk. Hát kíváncsiak vagyunk nagyon a végére. Számoljuk. Edményre. Nagyon penge voltál. Nagyon toltam. Nagyon penge. Gyula, a végét számoljátok, mert ott lassabb volt. É, a végére leasszultam. Nem akarom az imidzsint. Azért egy percig ezt hogy csinálod? Hát, azért te vékony vagy. Nem testépítesz nagyon, hát mondhatni. Igen, tehát, hogy... kellett figyelni, hogy az izmok lazák maradjanak. Izmok? Persze. Hm. Igen. Ja, hogy az nagyon alka. Hamar befeszül. Azokat most nem hoztál. Jól vannak. Nem, csak nézem, hogy azért ilyen kis bovden karjaid vannak, tehát nem vagy egy ilyen testépítő típus. De lehet, hogy ez kell, ez a fajta gyorsaság vagy hajlékonyság. Na! Hát igen, két szak közül választhatott, az egyik ugye a kortárs jazz volt, a másik pedig az MO. Igen. Gyerekek, azt éreztétek, hogy mind a hárman 10 másodperc alatt a felére lassultunk? Tehát én nagyon nagy ellennal kezdtük, és pillanatok alatt nagyon lelassultunk. Jól laktunk. Igen. Nagy nevekkel is akarsz majd együtt zenélni, ugye? Vannak konkrét álmaid, kikkel? Hát most ez az... Mindenél adszámol egy szecsődik harcsa. Na, kicsit nem, tényleg hagyjuk Bencét szegény, de nem tudtad hova jössz, hát nyilván ne haragudj ezért ránk. Igen? Tehát ezt a számot, amit ugye most írtam 20 ország bevonásával, ezt elindítottam egy olyan úton, hogy a Berkeley elnöke kiküldte olyan embereknek, akik segítenek mondjuk híresebb előadókat ehhez a projekthez így kapcsolni, és akkor lehet, hogy egy fél év múlva, vagy valamikor akár Sting nagyságú nevek is mondjuk hozzáadják a nevüket a projekthez. De ugyan itt tanultak, nem? Nagy nevek van, tanultak igen, ebben igen, az iskolában. Igen, tehát ez egy abszolút lehetséges dolog. Aha. És akkor egy ilyen VR World jelleggel csinálsz valami hasonlót? Jelleggel, de az üzenet az közben más, tehát ez egy ilyen afrikai filozófián alapszik az egész. Ugye a VR The World az egy charity, ami az afrikai... Jótékonysági, Jani, csak segítek, hogy nevezítsd el a beszélgetést. Igen? De ez igazából más, tehát ez egy ilyen emberek közti univerzális kapcsolat, tehát maga a filozófia... Szabad akarsz csajozni, na! Hagyjuk ki a lényeget! Oké, gyereket! Megvannak a számok! Megvannak a végleges eredmények. Még az utolsó szavazatok leadhatják. Igen. Összesítették a szavazatokat. Távozik a like. Igen, de előtte még nézzenek meg egy kismület az anyukáról, aki nagyon aggódott, hogy a fosás miatt nem tud elmenni tandemugrásra a lányával. Így van. Ja, erről elszemélytök még valami. Na, Jani, egy másodperc alatt. Igen, Tamás. Na. 6,5! Az 10 másodperc alatt 65, 1 perc alatt 300 valamennyi, ugye? 3,9. Legyen 400. Na, Havasi Balázsnak még nem kell félnie. Az első mindig nagyon örül, mert nincsen viszonyítási alapja. De jön egy feri eredmény. Balázs, 1 másodperc alatt 8! Oh! 10 másodperc alatt 80. 6x8, 48. Mennyit csinált a Havasi? 498. A kutyafáját! És a 48-ból nem engedünk. Feri, 1 másodperc alatt. Na, ne húz, ne csigázz. Aki jövő héten is itt lesz vele. Aki jövő héten újra bizonyíthat. Aki jövő héten is lehetőséget kap. 1 másodperc alatt. 9! 10 másodperc alatt 90. 6x9, 54. 500, megverted a Havasit. Lealáztad, megölted. Te nagyon kemény vagy. Yes! Kivéreztetted. És neki volt aréna koncert. Hát, de miért nem te zenész az arénába, komolyan mondom. Miért nem veled haknizik az Andy? Na, mit szólsz ezekhez a számokhoz? Mit mondasz, ez Bence? Milyenek vagyunk? Nagyon impresszív. Tehát, hogy impresszív, nem meggyőző, lenyűgöző. Ja, mert látom, hogy ilyenkor mindig kicsit kikerekedik a szemed. Azt hiszem, hogy leangolod, de akkor az a depresszív, nem? Az egészen már. Tehát nem gondoltam volna, de nagyon szórakoztató. Igen, köszönjük szépen. Jó. Gyerekek, Feri ránk vert, az az igazság. Hát azért mégiscsak azért neki van zenekara, meg ő zenél, tehát hogy azért ott van leginkább zenei affinitás. 9. Az nagyon szép. Az azért korrekt. Van ezzel még így néhány nő a Békés megyében. Igen. Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez itt a Morning Show. Érdekes témával megyünk tovább.
Egy Amerikában élő 13 éves tanulónak azt tanácsolták a tanárai, hogy műtesse kisebbre a mellét, mert így túlságosan kihívó a többi diák számára. De most nem konkrétan ezzel az ügyel akarunk foglalkozni, meg nem is hogy mondjam, erotikus témánk lesz. Sokkal inkább arról, hogy manapság miben szólnak bele a tanárok, és mi az, amiben igazuk van, mi az, amiben nem. Írhatnak szülők nekünk, hogy az ő gyermekeiknél mibe kötöttek bele a tanárok. Tanárok is írhatnak, hogy mostanában a gyerekek mennyire sminkelik magukat, felvesznek el miniszoknyát, mi az, amit lehet egy gimnáziumban, mi az, amit nem. Mindhárman szülők vagyunk, készülünk arra, hogy gyermekeink nagyobbak lesznek, ugye? Sokszor van egyfajta konfliktus a gyerek és a tanár között, hogy már mobiltelefonál sminkeli magát, randizik, csokolózik a folyosón, mit lehet, mit nem egy iskolában. Ugye hát a szigorúbb tanár megmondja, a lazább erkölcsű az hagyja vagy félrenéz. Jó nyelv, piercing 16 évesen, nincs annál szebb. Van. Na, erről beszélgetünk majd, a szülőktől is várunk SMS-eket. Na, egy Missouriban élő 13 éves tanulónak azt tanácsolták a tanárai, hogy műtesse kisebbre a mellét, mert így túlságosan kihívó lesz a többi diák számára, és túlérett egy picit, ezt mondták neki, hogy műtesse meg a mellét, csináltassa meg kisebbre. Szegény. Hát ez már eleve egy nagy trauma, nem? Mikor azt mondják neked, hogy túl nagy a mellett, csináltasd meg kisebbre. Amikor Cininek ezt mondták, és megcsináltatta, az jó, csak ő már 60 éves. Tehát ő ezt már valahogy túlélte. Ja, kisebbnek? Ne, ő kisebbre most csináltatta, kisebb, igen. Mell kisebbítő műtéte volt. De 13 évesen a tanár azt mondja, csináltasd meg a melledet, az fura. Én az osztálytársai, a fia osztálytársai helyében tüntetés szerveznénk az iskolában. Nem akarunk kis cicit, nem akarunk. Ja igen, hogy ne csinálják. Kikérni magam. Beleszólhat ebbe egy tanár egyébként, nem. Hogy valakinek mekkora a melle. Semmi köze nincs hozzá. Azért nem szólhat bele, mert ezt a természet diktálta. Tehát, hogyha ő egyébként már felnőtt lenne, és betette nekét embertelen 1000 köbcentis implantátumot, akkor mondhatná, hogy na, érted, de ez magától nőtt meg. Ha öltözködési szabályzat nincsen az iskolában, előfordulhat, vannak ilyen iskolák, akkor sem szólhat bele az öltözködésébe, akkor ott jelezheti szerintem a szülőknek, hogy egy picit figyeljenek oda a gyerekre, mert hogy az öltözködése olyan, mert hogyha mondjuk ez a kislány mondjuk hangsúlyosan olyan ruhadarabokat vesz fel, amik még inkább rátesznek úgymond a látványra egy lapáttal. Lehet, hogy kidobta a kis csaj, igen. Nem? Igen. De hát akkor sem az a megoldás, hogy lemütessünk belőle egy pár centit. Baromság. Hát mit tudsz csinálni tanárként? Megmondod, hogy öltözzön föl, nem? Vegyél föl valamit. Meg anyukával, apukával beszélek. És mondom neki. Hogy mit van az, hogy túl nagy a lánya melle? Nem, azt mondom neki, hogy mondjuk kicsit kisebb dekoltázsokkal próbálkozzon, vagy vegyen fel mondjuk egy mit tudom én, egy komolyabb melltartót. Nem tudom, hogy milyen formában zavarhatta ez őket. Hát, hogy érted, hogy jött reggel egy vizes pólóban. Csé, illetve nem csé. Csé. Jézusom, már megint teljesen kész vagyok. De nagyon jól csináljátok egyébként, tehát csé az nagyon jó. De most a csé teljesen összezavar. Csé azt írja. Hihetetlen, csak csé ír nekünk. Köszönjük szépen, ez azért sokba fog kerülni. Kedves csé. Csé, vigyázz a telefonszámlád, rohadt drága lesz. Csé azt írja, túl nagy mell nincs. Akit egyébként Atinak hívnak, mert aláírja. Jó, oké, nézzük meg akkor ez, hogy zajlik Magyarországon. Túl nagy mell nincs. Túl nagy mell nincs. Prüt tanár. Írja a másik csé. Azt tudjuk a hírből, hogy tanár nő mondta, vagy tanár? A tanárai javasolták. Tehát több tanár azt javasolta. Igen, az sem mindegy, hogy ki javasolja, ugye? Ha férfi javasolja, az már egyébként felér egy szexuális zaklatással. Ha nő javasolja, akkor ott lehet féltékenység, irítség, bármi. Itthon hol van a határ, amiben még mondjuk ti majd szülőként... Na, hát azért az már mindennek, hát egy 13 éves kislányra féltékeny legyen a tanár. Nem, most akik, igen, hát elképzelhetem. Kérem magamnak, miért vannak kemény? Miért vannak ilyen szép, nagy álló kemény mellei? Mutasd csak. Igen. Itthon ugye azt halljuk például, hogy a tizenévesek már sminkelik magukat, hogy rúzsozzák a szájukat, hogy szempillaspirál, púder, mindent csinálnak. Ugye? Hát ez már egy jelenség, tehát ezzel nagyon nem tudunk mit csinálni. Kérdés, hogy a tanárok mit tudnak csinálni? Beleszólhat ebbe egy tanár szerintetek, hogy sminkelje vagy ne sminkelje magát? Szerintem nem. Nem szólhat bele? Nem. Még egy piercingbe se nem. Hát figyelj, a mostani szabályozás szerint a tanárnak már ahhoz sincs köze, hogy mit tanul a gyerek, de nem? Hát nem nyúlhatsz hozzá, nem rendszabályozhatod, most azt megmutatod neki, hogy ne legyen rajta tetkó. Hát miért ne legyen? Hát a piercingbe azért bele lehet szólni, tehát például fizikaórán kísérleteknél, érted? Átfúz. Tetkó lehet? Tetkó lehet. Szerintem igen. Aha.
ott szerintem megint a tartalom a lényeg. Hogy tehát, milyen tett kovább. Tehát, hogy ilyen non-figuratívban miért szólhatnának bele? Ott szerintem megint így lehet jelezni a szülőnek, vagy esetleg lehet beszélni a szülővel, de még az se jellemző. Talán az, hogy mondjuk feltűnő helyre nem annyira örülnek. De például valaki mondjuk helyre. Bemegy egy ilyen mini farmer, vagy kilóg a fél fenekek, akkor miért nem szólhat rá? Miért ne szólhatna neki a tanár, hogy ilyet ne vegyem föl? Hm. Miért ne szólhatna? Én ezzel nem értek egyet, hogy nem szólhat, dehogy nem szólhat. Bejön egy 14 éves kislány, kim van a fél feneke föl, tudod, ezek a leheletnyi ilyen farmer szoknyák, amiket itt ilyen kőmosott kőkoptat, egyébként baromi ronda. Biciklire gyűjtesz kincsem, mi? Én már látom, beosztod a perselyt. Vagy mit tudom én, fölvesz egy nerd harisnyát, vagy nem tudom. Vannak ez, tudod, ezek az egészen pici ilyen mini szoknyák. Hát miért ne szólhatna a tanár? Ne kalandozz el, Jani. Igen. Egy tanár lennék, biztos nem szólni. Üljél csak az első padba, lányom. Csak kérdezem, hogy hát valamilyen joga kell, hogy legyen a tanárnak. Hát igenis, mondja meg neki, hogy öltözzön föl normálisan. Nem? Én értem, hogy bontakozik a szexualitás, baromi fontos, hogy egy tini lány már elkezdje magát nőnek érezni, de... Csak a szülőn keresztül. Csak a szülőn keresztül. Csak a szülőn keresztül. Hát, de ott is ha olyan a viszony. Igen, mert van egy konfliktus lehetőség. A szülő mondjuk megengedi. És azt mondja, hogy menjél be. Megengedem neked, vegyél föl, lógjon ki a félfeneket, nem érdekel. Bejön az a pasiknak, tudod, mondja az okos szülő. Ott a tanár, aki meg látja, hogy a kislány jó úton halad afelé, hogy egy ribi legyen, mondjuk 16 évesen, akkor miért vesszük el ezt a tanároktól, hogy nem szólhat? Hát szóljon rá, nem? Hát bemegy majd a Benny egy ilyen kis biciklis nadrágba, egy nagy bandázsal, érted ott, és ott szóljon rá, hogy nem, hogy ez rossz irány, hogy ne tovább, stop. Igen, egy ilyen a latex gatyába, hogy tudom, mi volt az a feszülős ilyen bicikli nadrág, és egy hatalmas vang lesz neki erre a kobarra. Na, de tényleg nem? Hát ez... Nekünk még azért is szóltak a kék köpeny, ugye az egyen köpeny, amit egyébként, hogyha rövid ujjú volt. Nekünk azért szóltak, hogy rövid ujjú köpenyben nem lehet iskolába. Figyelj, amikor nekünk hordanunk kellett a köpenyt, utáltuk. De én most felnőtt fejjel egyébként nem biztos, hogy a rossz dolognak tartom. Mert? Mert hogy mi megvédi a ruháját? Ne, az nem érdekel, hogy megvédi a ruháját, nem. Ha igen, hogy ne koszolja a szemá, Beri Dolce Gabbana. Igen, sűrű van rajta ilyen, igen. Nem ezért. Nem rossz dolog. Ha nem egy ilyen műszálas vackot kéne hordani, amivel berohadtál, bebüdösödtél, és nem szellőzött, és mindenki naponta fogyott egy kilót, annyi volt a folyadékveszteséged. Örülök, hogy Feri nem mutattál. De már elfújt. Igen. Olyan rossz volt az, hogy mindenki egyenlő volt, mindenki ugyanúgy nézett ki, nem volt az, hogy ki milyen márka van, nem biztos, hogy egyébként ez annyira rossz. Hát azt mondják például az angol kollégisták, hogy ott az, hogy egyenruhában kell járni, mondjuk nem egy nylon köpeny, azért ott az viszonylag jól tud kinézni, hogy az ilyen csapatépítés. Egyébként igen. Vannak Magyarországon is ilyen iskolák, általános iskolák, ahol egyenöltözék van. Már nem köpeny, de megvan mindenkinek, hogy kis szoknya, kockás szoknya, fehér blúz, és mindenki minden nap ugyanabba jár. Nem kis szoknyában. Jó, hát ez egy ilyen fel. Most ne kössünk bele mindenbe. Hát most... Igen. De ez tényleg jó, tényleg jó. Hát és az Egyesült Államokban ott, az különböző főiskolákon, egyetemeken. Szerintem ezek jó. Ezek a cucc, szerintem hát, egyébként de jó. De mondjuk azok menők is. Tehát én mindig amikor nézegettem ezeket a mindenféle amerikai filmeket, ahol az alfák, a delták, a béták, meg a gammák így, hogy hívják egymással versenytek, de viszont hírgalmatlan jó cuccaik voltak. Illetve bizonyos oldalokon a schoolgirl kategória. Ott is hírgalmatlanul jól néznek ki ezek a kis szoknyák. Van egy tanárunk, egy tanárnőnk, Iris. Hello Iris, jó reggel. Hello, sziasztok, jó, szép jó reggelt mindannyiótoknak. Hello Iris, te tanárnőként dolgozol, ugye? Így van, igen. Egy olyan szakmunkásképző intézményben, ahol 700 legényt találtok és 8 lányt. Ez egy dunántúli nagyváros, úgyhogy tetkó és piercing tömegével, hát vannak történeteim. Jó, mesélj egy kicsit, hogy milyen szélsőségekkel találkoztál egyáltalán, milyen eszköz van a kezedbe tanárként, hogy mikor szólhatsz, mikor nem szólhatsz? Hát gyakorlatilag nem szólhatok, a véleményet elmondhatom, de azt is, ha lehet, kulturáltan, mert nem jó a falubikáit vadítani. Tehát nekem az egyik, én közismereti tanár vagyok, az egyik ilyen történetem, ami konkrétan érintett, hogy van egy gyönyörű, szép magyar beszédversenyünk minden évben. Ezt régen úgy is hittek, hogy Kazinczy szép kiejtési verseny, és erre készült egy fiú, Kiskaresz, nickname, és nagyon vártam, hogy bejöjjön, és reggel még átnézzük a szöveget, és gyakorolunk, mert egy esélyes volt, szépen beszélt, tisztán, érthetően, hát ritka dolog ez nálunk,
És jött be reggel, és köszönöm, hogy szia, Karesz, ennyi volt a válasz. Na, te Karesz, rossz kedved van, ennyi volt a válasz. Na hát akkor vegyük elő a szöveget, figyelj, és induljunk neki, hát most attól, hogy reggel van, azért csak meg tudjuk oldani. És erre között, hogy hánkolagásért nyert, tegnap tették be a nyelv piszingemet. De jól hozod egyébként a karaktert. Nem tudtam írjuk, hogy nem esik. És ott volt egy kis nyelvpiercing, aha. És mit mondtál úgy neki? Van. Mit mondtál hát neki? Annyit, én kérdeztem, hogy na és akkor emeltek volna holnap, mert én toleráns ember vagyok, tehát ugye hát a holnap van benne, akkor már túl vagyunk ezen a iskolai fordulón. Azt mondta, hogy egy hónapos előjegyzése volt, mert nagyon durván, nagyon sokan kérik. Uh-huh. De nagyon nem tudsz mit csinálni, nem? Nem, tehát igazándiból ezek a tanulók, akik bejönnek hozzánk, ők már eleve érkeznek tetkókkal, eleve érkeznek piercingekkel. Uh-huh. És például mondanék nektek olyat, hogy mi az, amit nehezen állunk meg, na, mint tanárok, szintvizsgát, szakmunkás vizsgát képzeljetek el. Tehát le kell ragasztaniuk ezeket, mert balesetveszélyes, gyönyörű szakmákat oktatunk, tehát az építőiparban tőlünk mennek a diákok, mert tényleg csodálatosak ezek a szakmák, de hát nem lehet úgy a szerszámok között dolgozni, meg egymás között sem, hogy a piercingeik kint legyenek. Aha, mert balesetveszélyes. Így van, nagyon jól mondod. Igen. Na most bemész a szintvizsgál, és azért már le kell nekik ragasztani ezeket, tehát nem kivenni, mert ők nem vehetik ki, mert akkor összefor, meg nem tudja úgy betenni, stb. És akkor nagyon nehéz megállni, ott állsz a szintvizsgán, vagy a szakmunkás vizsgán, ott vannak a diákjaid, előre felhívtad a figyelmet, hogy ragasszák le, és akkor kézzel, hogy nézek ki. Hát abból egy klipet lehetne forgatni, színesbe, tehát nem fekete-fehér klipet, tehát Indiára ebből nagyon jól tudna csinálni, tuti, mert hogy a szemöldök piercingen van egy kék raktapasz, az álpincingen van egy lila tapasz, a fülén egy zöld tapasz, most áld meg halál komolyan, amint ismerteted a feltételeket. Igen, ott állnak, mint a síbalesetesek, mindenki leragasztott fejjel, kézzel, köldökkel. Igen. Így van, szabad asszociációk mennek az ember fejében erről, igen, hogy ők hogyan működnek. Igen. Íris, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük. Hát, nagyon szívesen, és Klassz FM a rádióm. Minden jót nektek. Puszi, hello, köszi. Szia, szia. Hello. Iskola büféket üzemeltetek, van egy tanár úr, aki bevallotta, hogy nem mer felállni a tanári asztaltól, mert a lányok olyan cuccokban vannak, hogy az egész egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy látszik rajta, hogy érdeklődik a modern divat iránt, már a tanár úron így deréktájon. Igen, fokékony a modern divatra. Igen, hát mit csinálja a szerencsétlen? Igen. Ez a szülő felelősség egyéb iránt, hogy meddig megy el a gyerek? Is. Mint, hogy 10 évesen festi a körmét. Csak az a baj, hogy mint szülő, mint pedagógus, iszonyú nehéz helyzetben vagy, mert nagyon nehéz úgy közölni velük, hogy ne szüljél, pont egy olyan korszakban vannak egyébként, a szellemi lelkérésnek egy olyan korszakában, amikor ez dacolt ellenszegülés, agresszivitás szül. Ez a rendszer hibája. Ja. Régen mi volt? Erről már ugye sokat beszéltünk. Nem volt ott. Nem de volt. Az egy elnyomó rendszer volt. Szépen kövül. Jó, jó. Ja, igen. Alakul. Még egy ilyen János is legalább felszabad. Jobb vagy, mint az átszáci. Nem, egyébként miért a vért köpök jobb egyébként sokkal. Na. Mi az, hogy nem szólt a tanár? Ne nyeld vissza, ezzel mond. Mi az, hogy nem szólt a tanár? Mi ez a hülyeség, hogy nem szólt a tanár? Mi ez a baromság? De tényleg, bejön mini szoknyába, írok a szülőnek egy levelet, ha holnap is így jön, nem engedem be az órára. Kész. Ez megint miért van így? Most mi van? Úristenem, bejött a tanfelügyelő. Most ez miért? Mutasd a körmöt, adok egy körmös. Mert tényleg mindent elvettek a tanároktól, de ez tényleg így van. Jön a szülő felháborodva, hogy neki nem járhat a gyereke mini szoknyába. Kit érdekel jelen esetben a szülő? Fontosabb az a 200 gyerek, akit ez zavar, aki nem tud figyelni, aki már 13 évesen azt gondolja magáról, hogy kész nő, egyébként sminkeli magát mini szoknyába jár, mert hülye a szülő. Mert azt gondolja, hogy az én lányom milyen jó csaj, hadd járjon. A szülő az nagyon butaság. Az iskolának legyen joga azt mondani, hogy nem jöhetsz be mini szoknyába. Ebben igazad van, a szülőnek mindenképpen kezelni kell ezt a dolgot. És nem hát a saját érdekében is nyilván, de elsősorban a gyerek érdekében. De az, hogy a szülő sokszor hülyébb, mint a gyerek. Na, ezt akartam mondani, tudod? Hogy a szülő már tehát a szülő a hülye. Szinten. Aki, nézd meg, milyen jó a csajom, vagy a lányom, jó, jó, bige, mi jó bige. Érted? Mondja ezt mondjuk a papa a barátjának.
És akkor a kislány ettől érzi magát nőnek. Az a gyerek, aki így jár be a suliba, azt otthonról ebben támogatják, tehát ott nincs az, hogy nem engeded meg. Ott valószínűleg a mama is egyébként fukszal jár, tudod, kidobja mellét, botoxol, és ezt látja a lány, és ettől érzi magát nőnek. Én csak azt nem értem, hogy ez nem, nem nincs, hogy a tanár nem szól. Kit érdekel, hogy ez a diákba konfliktus szül, meg hogy akkor ez benne ellenállást vált ki. Hát akkor holnap nem jön be magyar órára, és akkor rájön, hogy akkor ez nem jó, amit csinál, nem? Érdekelte a te tanárodat, hogy téged ellenállást váltott ki, azt téged, hogy valamiért rátszólt, vagy intőt adott a régi rendszerben, vagy amikor te tanultál, mit tudom, a kiegyezés hát környékén? Marhára nem. De nem, a kiegyezés előtt volt. Az 67 környékén. Érdekelt? Nem érdekelte. Hát kit érdekelt, hogy ellenállást váltott ki? Ma már kinek van joga? Jó, de akkor mindenkit az isösszegi csatának az eredménye. Ez is igaz. Gyereknek meg a szülőnek van joga. Nem érdekelt, de legalább nem mentél úgy be. De nem is mentél úgy be. De miért nem mentél be? Mert tisztelted a tanár, tisztelted az iskolát, magát az intézményt. Ma meg mi van? Bemegy a szülő, lever egyet a tanárnak, hátra egy ugrófordulót rávisz az igazgatóra, egy pörgőt, fogja a gyereket, és megsimogatja, és elmennek haza. Hát ez egy beteg dolog, hát ez nem jó. Ezzel a szülőnek helyre kell... Uff. Igen, jó volt. Én szóltam pokai mú. Így csúcsúra. Uff. Na mindegy. Várunk még SMS-eket. Arról beszélgettünk, ugye, hogy egy Missouriban élő 13 éves tanulónak azt tanácsolták a tanárai, hogy műtesse meg a mellét, de hogy nem megnagyobbítsa értelemszerűen, hanem csináltassa meg, hogy kisebb legyen, mert hogy elvonja a többi diák figyelmét az óráról, a fiúk nem tudnak koncentrálni, a tanárok zavarba ejtően bámulják. Lehet, hogy még egy kicsit ki is dobta a lányról, egyébként nincs fotó, tehát nem tudjuk, hogy mekkora volt a melle, de hogy eltereli a diákok figyelmét. És arról beszélgettünk még Anett hírei előtt, hogy mit lehet a tanárnak, mit tud csinálni a tanár, hogy ugye ma már 14-15, sőt 13 évesen a gyerekek ne sminkeljék magukat, ne lakozzák a körmüket. Mi sem vagyunk annyira konzervatívak, meg ódivatúak, hogy most azt mondjuk, hogy valaki 16-17 évesen ne sminkelje magát. 11-12 éves lányokról beszélünk, igen, akik mini szoknyában járnak. Mondjad? Na, akartam mondani egy kicsit, hogy megöregettünk. Hogy? Az előbbi fél óra végén, hogy így mondtuk, hogy ne legyen jogai vannak a tanárnak. Nem, én csak azt mondom, hogy ha feltűnően szélsőségesen viselkedik egy diák, akkor nincs annyi eszköz a tanár kezében. Erről már sokat beszéltünk. Igen, meg nem hogy 10 évesen vagy 16 évesen csinál valamit. Igen. Na, az sem. Írja nekünk egy hallgató, óvónő vagyok, a 4 éves lányok szülei győzködöm arról, hogy nem kell körömlak. Na hát, na itt van a hiba. Van. Érted? Tehát, van. Hogyha megengeded, nátok, ez még nem merült föl, hogy kis körömből. De pont most meséltem a Janinak, hogy ugye nálunk a Lencse festi a körmét, és akkor csinálgatja az asztalnál, oda megy a Panna, hogy neki is. De ő még abban a korban van, meg hogy így viszonylag le lehet vele ülni, beszélni. De nyilván ez egyre erősebb lesz majd, és akkor szerintem jön a szülői tiltás, hogy már pedig édes lányom, ezt nem lehet. És akkor megnézed a táskáját, hogy ha elmegy, akkor otthon még nem csinálja meg, vagy útközben, vagy a suliba, az első szünetben, akkor ne csinálja meg a WC-ben, ugye, amit írnak. Szintén hazafelé szépen lemossa, tehát nyilván elindulnak az apró titkok, a szülő jó értelemben vett átvágása lassan, ugye nyilván nem az, hogy hazudik, csak meglesznek a kis saját titkai, amiben már nem látsz bele. De lehet olyan kapcsolat egy szülő meg gyerek között, hogy ezt normálisan el tud magyarázni, és azt mondja a gyerek, hogy lehet, a mater elfogadó. Lehet, egyébként igen, nyilván ez szülőfüggő, hogy ő hogy csinálja. Igen. Ha holnap is miniszoknyában jön, nem engedem be a terembe, írja Bali, egyből a szertárba megyünk. Igen. Nálunk egy srác egy nap beállított Depeche Mode hajjal, az osztályfőnök közölte, fiam, holnapra vagy mindenhol megnövezted, vagy mindenhol levágatod a hajad. Ez egyébként jogos, ugye? Tehát, hogy egyforma legyen. Most mi van ezen? Hát így, ezzel például nem értek egyet. Miért a Depeche Mode frizurával egyébként mi a probléma? Tehát, hogy a frizura szerintem a legkevésbé problémás. Tehát, hogy valakinek oldalt ki van borotválva a haja, hát azzal most mi a probléma? Fúj, ne legyen. De hogy is nem, az mondjuk engem se zavar annyira. Azzal tökéletesen egyetértek, amit a végtelen szimpatikus Iris elmondott, hogy mondjuk egy szakmunkás képzőben ne legyenek piercingek a gyerekeken, a saját jól felfogott érdekükből, akkor, amikor például mondjuk egy géppel dolgoznak, mondjuk esztergőgép mellett, azért nem célszerű, hogy az emberből itt-ott kilógnak mindenféle fémdarabok. Mert abból azért komoly probléma lehet, de most a frizura... Mondjuk, ha a nyelv piercinget beakad az esztergőgépbe, azért hát... az gyanús, hogy ott mi történhetett előtte. Meg abba gondolj bele, hogy mondjuk engeded ezt a lányodnak 13-14-15 évesen. Ugye a pasik is úgy működnek, hogy nyilván elkezdenek rá nőként tekinteni, nem? Kihívó viselkedés mi van? Valahol majd egy gólyabálon vagy egy női vécében valaki elkapja, és akkor majd a szülő tényleg baromira felháborodik, hogy na hát ez most megtörtént az ő lányával. Igen, iskolabüfét üzemeltetek, van egy tanár úr, igen, ezt már olvastam, aki bevallotta, hogy nem áll fel az asztal mögül, igen. 10-12 éves csajok 20-nak néznek ki, én 21 vagyok, és néha nagyon benézem a dolgokat,
A lányok azt teszik a kirakatba, ami eladó. Ráadásul elvonja a figyelmet a tanulásról. Így egy... Hát ez már nem tanár, nem tudom, az szűn diák. 11 éves fiamért mentem a szülőnapi bulira, amikor megláttam a lányokat, először azt hittem, hogy rossz helyre jöttem. Miniszoknya, festhet haj, pusáp melltartó. Amikor odajött a gyerek, rákérdeztem, hogy az ő osztálytársai ezek, ez 2 éve volt, hát képzelem, hogy most hogy néznek ki most. Vére a pusáp melltartó. 8-10 éves, 12 éves gyereknek engeded? Nagyon durva. Ugyanakkor meg sokszor nem tudsz mit csinálni. Például a rajzfilmekben ezt látja. Rajzfilmhősök úgy vannak megcsinálni, a kis miniszoknya, mellek, haspóló, akármi. Tehát, hogy egyszerűen ilyen bombanőnek vannak megformálva. Úgy vannak megrajzolva. Most ezt látja, meg látja ugye a különböző ilyen ifjúsági filmeket, ott is 16-17 éves szereplők, és hát úgy néznek ki, mintha érett felnőtt nők lennének. Persze, hogy ő is úgy akar kinézni. Istenem, de jó, hogy fiam van. Komolyan mondom. Hát azért sok szempontból sokkal egyszerűbb. Tessék? És zselézi a haját ilyen tüsére, és akkor... De azért az sokkal, egyszerűbb. Nem? Sokkal egyszerűbb. Tehát a lányodért azért 14-15-16 éves korban jóval többet kell aggódnod majd. Most egy fiúval mi van? Semmi. Hát most olyan nagy baj nem történhet, nem? Maximum ő viszi el az így kiöltözött lányokat. Igen, maximum lecsap majd a lányaitokra, és az összeset elviszi. De például a lányos apukáknak az szerintem nagyon kemény lehet. Amikor elkezded látni, hogy a lányod már nem csak a te lányod. Már elkezdik megnézni a fiúk. Most ez kicsit más téma, de tényleg milyen kemény. Ne adj Isten, megnézi mondjuk a 15-16 éves lányodat egy-egy 20 vagy 25 éves, és észreveszed, hogy elkezdenek rá máshogy nézni. És ott már szépen leesik, hogy előbb-utóbb ezt bele kell kalkulálni. Előbb-utóbb elcsípik. Nem egy olyan lányos apuka van, aki úgy tud ránézni más emberekre, ha rámernek nézni a 16-17 éves lányára, nem? Szemedre vigyázz! Igen. Szemedre vigyázz, széttéplek. Mert megvakulsz. Igen, ha hozzá mersz érni. Ezek nem vagytok könnyű helyzetben, komolyan. Nem. Hál' Istennek még mi is még távol vagyunk ettől, Feriék még nagyon távol. Rám legfeljebb az... Hány éves a világ? 10-11? Jani, te nem vagy már annyira távol ettől. De azért még 1-2 év azért még... Persze, most nem azt mondom, hogy aki 10 éves kislányokat megnéz, de a mai 10 évesek 15-nek néznek ki. Legfeljebb az anyja által készített szendvicsekre néznek irigykedve a fiú. Igen, mert olyan tofu szendvicset kap szejtánnal. De nem vagy messze. Én 4-5 év. Jani, 14 évesen a te lányod úgy fog kinézni, mint a 18 lenne. Egyrészt baromi fejlett, láttam, hogy néz ki, meg hát kezd nőiesedni, hosszú a haja, megnőnek a mellei. Hát ezt látlak majd ott baltával a kezedbe, hogy figyeled egy kocsi hátsó üléséről, amikor elkíséred születésnapi bulira. Azért ez nagyon kemény. De az emo srácokat még ő is elintéz. A te lányod 3 emos teszik reggelire. Tehát az nem lesz. Nem ott fogunk ülni a házi bulik előtt a kocsinkba is. Bizonyám. Várjuk. Nekem is lejön a Benny. Adj egy pacsizunk. Egyébként szerintem tényleg egyszerűbb. Itt van velünk Erika. Hello Erika, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Erika, te fodrász vagy, ugye? Igen, fodrász vagyok. Na, és mit kell? Gyerekeket kell festened, vagy vágnod? Ugye női férfi gyerekfodrász vagyok, és nem egyszer előfordult már, amikor azt tudod, ilyen jó módú anyukkal behozza a gyereket, beülteti hozzám az 5 éves kislányt, és kéri, hogy fessen, vasaljam, hőközöljem a hajukat, vagy teljesen beteg. És hány évesek a kislányok? Hát van, amikor ilyen 5 évesek, van a 12-14, hát tudod, változó korosztály. Szoktam kérdezni anyukától, hogy nem probléma ez egyáltalán az iskolába, de nem nagyon foglalkoznak szerintem vele. Azt a mindenit is. És van olyan, hogy agresszíven reagál rá? A szülő? Kikéri magának, hogy beleszólsz? Van, igen, elő szokott fordulni. Volt olyan 6 éves kislány, aki korrekt sminkelve érkezett a kezem alá. Jézus. Van ilyen, sajnos. De megcsinálod, hát nyilván meg kell, tehát nem mondod azt meg, hát egyébként miért is mondanád, hát nem a te felelősség, mert nem csak elviszi máshova és megcsinálja az, nem? Meg persze, természetesen megcsinálom, nincsen vele gond, csak tudod, elmondom a szülőnek, hogy ez egy felnőtt embernek is komoly bőrproblémákat okozhat, ugye, meg allergiás reakciókat, de nem érdekli őket egyáltalán. Uh-huh. Nálunk is van ilyen gyerekfodrászat, érdekes, ott például ezt nem engedik, azt mondják, hogy csak a kornak megfelelő hajat vágnak. Aha. Tehát nem csinálnak semmi olyat, ami mondjuk egy 6 éveshez nem illik. Ez ilyen policy, tehát ezt így kijelentik. Hogy ez mondjuk 4 évesen Billy körbe vág, 6 évesen már lehet. A fejére, 6 évesen már közben játszhat egy játék konzollal, igen. De érdekes egyébként. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Sziasztok. Szia Erika, ciao, hello. Én arra lenni kíváncsi, szerintem egyébként hogy nagyjából sejtem a választ, tehát értelmesebb tetováló. Biztos, hogy nem rak fel tetoválást mondjuk 14 év alatt a gyerekre. Tehát, hogy vagy legalább megkérdezi, hogy biztos? Gondold el,
14 éves vagy, vagy 13 éves vagy, meg fogod bánni, vagy legalább el kell, hogy bizonytalanítsa. Szerintem így kell hozzáállni. Igen, egyébként igen, de szerintem megcsinálja. De már hallottam egyébként ilyet is, hogy 14 év alatt valakit a saját apja vitt el a tetováló stúdióba. És mit varratod föl? Szeretlek, Erzsi? Vagy... Hiányzó, csak egy van. Igen. Balázs, te már most figyeled a Jani lányát? Kérdezi valaki. Jani, vigyázz, a Balázs rámozdult a lányát. Megakadt a szemben. Nem, hát csak láttam róla valamelyik nap egy képet, futattál róla, és igen. Egy pár év múlva alakul. Tiltani fogom a családlátogatást. Egyszer csak észreveszed, hogy túl sokat leszek ott nálad. Igen, hogy fura lesz, hogy de figyelj, Bali, pár évvel ezelőtt nem olyan akartam még igen, hozzánk. 10 évente egyszer jöttél be. Igen, és akkor haza mégis ott kávézgat. Mikor jön haza virág? Hoztam neki bombot. Igen. Mikor jön az a virág az RSG óráról? Átöltözik útközben, vagy ugyanabban az útban lesz? Na jó, úristen, de beteg. És ott érdez majd a szennyes tartónk előtt. Bali, az az ennyi. Az az ihan is gyár. Majd tedd már a jéger alsó. Bali, abban falat mászok. Mit csinálsz? Igen. Balázs, kiherélem a fiadat, ha majd a lányom közelébe megy. Nem fog róla tudni. Vagy te nem fogsz róla tudni. A lányod sem fog tudni róla. Nem, a fiad nem fog róla tudni. A fiam nem senki fog nem fog tudni, semmi. Az a legjobb. Hallottátok ezt az ősember klónozás mizériát, ami most van? Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye arról van szó, hogy a Harvard genetikusának eszébe jutott az, egy nagyon híres és elismert professzorról van szó, aki egyébként elmondta, hogy ő szeretne a kutató csapatával embert klónozni. De nem is akármit vagy akárkit, a neandervölgyi ember feltámasztásán gondolkodik. Ugyanis vannak a birtokában, vagy a csoport birtokában olyan csontok és olyan maradványok, amiből egyébként ősi DNS-ből elvileg lehetne klónozni a neandervölgyi embert. Elvileg. Most ezen dolgoznak, ez kb. 30-40 ezer évvel ezelőtt volt. Tehát annyit kell visszaugrani az időbe. Már keresik a béranyát, hogy valakibe a DNS-t, vagy hát a kinyert DNS-t tulajdonképpen beültessék, és ezzel mintegy feltámasszák a neandervölgyi ősembert. Nagyon komoly. De hát ez alapjában klónozás. Így van. Ez klónozásnak számít, nem? De nagyon érdekes egyébként a sztori. Mindjárt 60 vagyok, még mindig nincsen Nobel-díjam, mit találjak ki? És azt írja, vagy azt nyilatkozta, hogy neki sikerült elsőnek kivonni DNS mintát a megkövesedett csontokból, és emberi sejtekbe juttatva létrehozza a neandervölgyit. És ez működőképes még egy ilyen idős DNS? Hát ez egy jó kérdés. Igen, jó kérdés. Meg hát mi lesz, hogyha a mai idő, mert az anyának is, ugye a béranyának is lesz egy genetikai hozzáadása, igen. Meg a DNS, ez a kettő találkozik. Akkor egy közép, tehát a két időpont egy középutas csak egy 15 ezer évvel ezelőtti ember jön létre? Igen. És mi lesz majd, majd az anya azt veszi észre, hogy a gyerek megy föl a gyerekhez, és a gyerek nem a babájba fekszik, hanem kint a kertbe tüzet ragott ugrálva. Csillogó szemmel süti a verebet, amit elejtett, és makogva, fejvakarva fog. Meg kovaköveket kattogtat egymáshoz, utána pedig az első szakócánál felkül. Megcsináltam. És bejön az 2000, hogy ürödeszi járnak. De tényleg? Tehát, hogy akkor kinek a génjei öröklődnek? Akkor tulajdonképpen az ő apja, vagy az ő genetikai apja egy 35 évvel ezelőtt élt ősember, és az agyi állománya, a DNS-e mindené megfelel az ő apjának, mondjuk. Az anya becsatlakozik, hát most ehhez azért nagyon nem értünk, mindjárt rendbe tesszük ezt, hogy hogy van, és akkor egy ilyen félig okos, de félig neandervölgyi, félig már a korunk emberéhez hasonlító ember jön létre? Hát a neandervölgyi még egy picit ilyen majmos volt? Nem. Tehát, hogy a neandervölgyi az már nagyon-nagyon sokban hasonlított a mai emberhez, és éppen ezért olyan orbitális különbségek nem lennének. De ezért érdekes a dolog. De kicsit szőrös, kicsit meghajlott, hosszú kezű, nem így, nem? Nem. Nem, ő már nagyon hasonlított a Homo sapienshez. ő már hasonló volt? Igen. Hát 30-35 ezer év, hát az már nem egy akkora ugrás. Meg ti egyébként tök jól kijönnétek. Egyébként tényleg. Neked szerintem ő jó barátod lenne. Tehát valahol ő megszületne, szerintem az egyetlen olyan ember, aki tényleg elmenne vele szívesen lakni egy erdőbe, ásnátok egy barlangot, gyűjteni a rőzsét, közben csinálnád a barlangrajzokat, de baromi jól ellennétek. Néha te mennél rőzsét gyűjteni, ő csinálná a barlangrajzot, nem? Hadd mutatkozzam, Vadó János, Neander Pál.
Ne, Ander Pál. És akkor egy beszélget, hogy úgy képzeled, hogy kommunikálnak, és Pali hozott neked. Jaj, Pali, hát már ezerszer mondtam neked, én vega vagyok. Nem eszek között. Mi az a vega? Mi az a vega? Tessék, egy ilyen őrzet. Hát milyen pulos vagy, te vega vagy? Hát gondolod azt, hogy nem tudja, vega? Hát 30 ezer évvel ezelőtt érted. Örült, hogy evett valamit. Valaki nem ette meg a húst. Hoztam neked moha. Pali hozott neked moha. Igen, meg egy kis mangós csatni. Pali, Jani barát. De várjál, közben ott vannak a mama téren-esei, és a mama pedig egy korunk embere, egy béranya, aki tulajdonképpen szintén kell, hogy hozzáadja az ő petesejtjeit. Nem, hát abba ültetik be a DNS láncot, és a kettő egyvelegéből jön létre tulajdonképpen az utód. Hát ezért kell olyan béranyát találni, aki mondjuk valamilyen természeti néphez tartozik, akik mondjuk hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évszázadokon keresztül elzártak voltak mondjuk a civilizációtól, meg a civilizáció ártalmaitól, és így többé-kevésbé megőrizték azt a fajta életmódot, meg azt a szellemi szintet, meg kulturális szintet, ami őket korábban is mondjuk évezredeken keresztül jellemezte. Vannak ilyenek? De várjál, akkor ő most viszi a nő DNS-eit? Tehát most megkapja, mert ha beültetik, akkor egy kész dolgot ültetnek is. Mert most kiderül, hogy a gyerekek, na, hát genetikából, biológiából egyes. Magát a DNS nem tud beültetni. Na, ezért kezdem, hogy a nő megtermékenyített petesejt van, igen? Amiben cserélik a DNS-t. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy ha beültetik egy petesejtbe. Igen, de a petesejtnek is van, tehát a női DNS-ek azok abban benne vannak, szerintem az akkor összeadódik. Aha. Ami nagy kérdés például, hogy ugye ő mert ő nyilván meg fogja kapni ugyanazt a tudás, bázis, meg úgy fogják nevelni, mint egy mai gyereket. Hogy ő a neandervöldi agyával az például képes-e majd földolgozni. Képes. Hát mire gondolsz, hogy beleraknak egy cumis üveget a szájába, és azonnal felszabálja a cumis üveget? Amit azt hírják, hogy nem értitek a klónozás lényegét, nem kap DNS-t az anyától, hanem 35 ezer évvel ezelőtti embert másolják. Nem az ondó és a petesejt megtermékenyítése történik tulajdonképpen. Aha. Én ezért kérdezem, hogy kap-e az anyától, vagy egy kész dolgot ültetnek be, amiben ja, már az hát anya DNS-e nem szól be. Akkor viszont itt konkrét klónozás történik. Jó, már elveszítek a játékomat. Hogy? Hát hogy félig értelmes így lesz. Van, de akkor így, hogyha odaadom neki például az S3-amat, akkor majd tényleg nem az lesz a reakció, hogy akkor megeteti pót, hanem az, és akkor elvileg megszületett egy neandervölgyi. Ugye dinoszauruszból már megpróbálták, nyilván ugye a Jurassic Park is úgy indult, szúnyog, kinyerik, borostya ráfolyik a szőnyegre, ez zanzám. Te átadtad. Mások meg évekig tanítják. Hát ki az a hülye, aki beül évekig tanulni egy ilyet? Szúnyog, fölkapaszkodik, áll a fány, jön a borostyán, tű bele, kiszed, meg vagy. Szúnyog, be, vér, ki, borostyánba be, igen. Megköt, kiássák, megvan, kész vagyunk. Mit kell ezen tökölni? Évekig gondolkozzak. Már fél perc alatt megfejtettem a klónozás lényegét. Jó, csak kiderült, hogy az nem működik. Ugye? Na, de akkor most ő ez akkor az egészet nem értem. Jó, mindjárt felhívjuk Cejzel Endrét, és akkor szerintem ő talán egy lehelletnyivel jobban ért. Nem sokkal, egy egészen pici lehelletnyivel jobban ért ehhez. Na, bőlére ereszti azt, amit te is elmondtál most. Kicsit talán tudományosabb tényekkel alátámasztva teszi helyre ezt a dolgot, de minden esetre a téma érdekes. Hogy azon dolgoznak, hogy ezt a 35 ezer évvel ezelőtti embert ezt felé leszik. Mondjuk az óvodába ki fog lógni a sorból azért. Az nem? Biztos. Tehát egyből beszélünk veled, jár majd egy csoportban, hogy a gyerekeink azt, tudni fogjuk ki a neandervölgyi. A lábánál nem? Fogva igen. Húzza a gyerekünk. Aki a hajánál fogva húzza a neki tetsző kislányokat az udvaron. Igen, tehát azért azt megfejtjük. Az a kérdés, hogy most már csak mennyi idő, szerintem. Nem? Megcsinálják? Biztos vagyok benne. Igen. Ki hordanád, Anett, egyébként? Én ki. Ki? Én. Igen? Persze. De utána nevelgetnéd? Tökös kisgyerek lenne. A függős karnisról leszemlél. Apuval eljárnának vadászgatni, milyen megtanítanák. Ja, én apámmal, ja, napapával. Hát, nyomra vezetni apádat. Tehát apádnak nem kéne puskát oda vinni a róga odúhoz. Hajtana nagyapádat. Igen, cserkelni a vadat apádat. Ez itt a Morning Show. Tegnap főztem, gyerekek, képzeljétek el.
Nagyon banális dolgot csináltam. Ja, de mire jutott eszedbe? Bódi Szilvi csúnyájára? Bódi Szilvi károsába. Ez rólam. Látod a gondoskodásod? A pulóveret színéről, hogy pont ugyanilyen lett a megybártás, amit csináltam. Nem, nagyon egyszerűen rántott húst csináltam a gyereknek, meg krumpli püsit. Soha életemben nem csináltam még rántott húst. Nagy, annyira egyszerű, hogy az valami elképesztő. A sorrendet kell jól meg, hogy mi a rizt. Ott azért el lehet egy kicsit keveredni. Várjuk meg, hogy mit ért a rántott hús alatt, tehát, hogy... Milyen húsból készítette? Csirkéből, vagy sertésből? Nem, egyikből, se pulykából. Homárból. egy ritka alaszkai rákfajtából. Összesen 4 darab volt, 3000 méter mélyről hozattam. Egy elég volt, de mind a 25000 euró volt. Egyre földhöz ragadt vagyok. Egyetettünk meg a maradék 3-at kidobtuk. Hát nem, most mit csináljunk? Azt mondták, 4 van belőle, biztos se kerül mind a 4-et. Megvettem, hogy hát az első 2-t elrontom. Nem, simán pulykahúsból. Ezek a valójában előre elkészített. Nem szabad. Nem, szabad. Nem, pallírozott. Nem, tudod miért átvágás? Sokszor ez az előre elkészített? Nem. Miért? Mert azt írja neked, hogy 100% pulyka hús. Rendben. Zúgunk. Igen. Valami zúgik. Hes, én zúgok. 100% pulyka hús. Azért érdemes megnézni, mert a 100% pulyka hús az a 60% pulyka húson belül 100%. Érted az átvágást? Igen. Nagyon rafkós. Előre panírozott. Mint a delfinek. És rájöjjön, 100% pulyka hús. Megveszed, azt nincs benne más. És elolvasod, és 60% pulykahús. És annak a 60%-nak a 100%-a pulykahús. Milyen vigasztaló, nem? Többet erről ne is, inkább meséld, hogy készítetted. Miért unod? Hát arra, ez érdekes arra vagyok kíváncsi, hogy melyik részét használtad fel a pulykának. Van egy kedvenc hentesem. A fejét. Felszeleltetted. De miért kellett felszeleltetni? Na, felfújodott? Toloskáposztát? Úgy láttam, a hentesem kicsit fel van fújodva, ezért még jobban felszeleltettem. De valójában felszelepeltettem. Felszeleltettem esztelen termetem. Eme reggelen. Em ezt megreszelt meg. Ezt megreszeltem Eme reggelen. Nem. Szóval a lényeg, hogy felszeletelte a pulyka mellett. Hát most mi van? Mert hogy te felszeleteltetted. Nem, én felszeleltettem vele. Telente egyszer. Reggelente felszeleltem. De este? Nem, reggel. Este keltek. Felvágta. És baromi, na igen, mondjuk így, baromi egyszerű, kirakod a kis tojás, kirakod a kis lisztet. De mit a mellét, vagy a combját, milyen részlet a pulykának? Pulyka mellett, pulyka mellett, vékony szeletekre, tessék. Nem száraz, ha ez... Pulyka térde. Ha előtte beáztatott fokhagymás tejbe egy nappal, és akkor rázik egy éjszakát, bedobod forró olajba, fontos, hogy forró legyen az olaj, ne szívja meg magát. És nem egyszerű. Nem paníroztad be? De mindenki bepanírozok, aki a kezem közé kerül. De bepaníroztam. Liszt, tojás, utána egy kis zsemlemorzsa, hopp, be a forró tepsibe, krumplipüré megvan. 5 perc, a pillanatok alatt nagyon-nagyon nagy. Nagyon jó volt. Tudod, mit próbálj ki? Az angol spárgát. A pankomorzsát, amit a Feri mondott. Most komolyan. De hogyha... a Feri miért nem tud valami egyszerűt mondani? Miért kell neked pankomorzsa, spárgapüré és csicsókakrém prosutóval, avokádomártással. Még másfél kiló csicsókahabot. Igen. Zellerhabbal, prosutókrémmel, angol a spárgával. Érted? Miért nem tud egyszer? Miért nem tud fél kiló bér is csinálni petrezselyem zöldet? De tényleg, miért nem csinálsz egy túrógombócot? Figyelj, hát komolyan mondom. Van ez a pankomorzsa, ez azért rohadt jó. Pankomorzsa, és a Feri mondta, én is egy picit így szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Ez a kínai, vagy ázsiai, vagy japán, mit tudom én, de hogy Ázsiából származik a dolog, az a lényeg, hogy nem szívja föl a forró olajat, szinte olajot taszító hatás, de most komolyan, nem szív fel az olajat, és iszonyú ropogós az egész. Aha. Marha jó. Most ezt megpróbáltak így másolni, vagy elkezdték így másolni, most már lehet kapni ilyen mindenféle ilyen európai módira készült dolgokat is, illetve gyártmányokat is ebből, de ez az eredeti ázsiai pankomorzsa, mindenféle ilyen ázsiai boltban, meg ilyen jobb csemegékben lehet kapni, marha jó. Tök annyira ropogós, kellemes lesz az állaga, igen. És ugyanúgy harmadikként, mint a zsemlemorzsa? Így van, és az a jó benne. Panne. De nem szívesz be, mert kérlek, egy kiló pankomorzsát. Na, egyet a hülye, persze. Pankomorzsa. Másfél kiló pankomorzsát. Két darab reszelpít, meg három darab roskempít. Annyira felesleges ezt elmesélned, hát 10 óra 5 perckor nem fog már rá emlékezni. Kérdezlek 9 óra 58-kor, hogy milyen morzsa. És 958. Most meg... Laci, léci, szóljál már, 958. 958-kor kérdezlek, hogy Balázs milyen morzsa. Jó, hogy írjanak a hallgatók csak, hogy Balázs milyen morzsa. Igen. 9 óra 58. Milyen morzsa? Jaj, hol?
Nem is színe. Morzsa, hol van morzsa? Hozzatok morzsa porciót. Na mindegy, gyerekek, büszke voltam magamra. Hát lehetsz is. Evett belőle valaki? A madarak elcsipegették. Nem, tényleg, mindenki evett belőle. Vízről levosod, megkívántam. Az már nem ott lakik, az egy régi történet. Na, mi újságon, mit csináltál tegnap? Én nem főztem semmit. Nem főztél semmit? Nem, én úgy ezt nem voltam, és beszorultam a kabátomba, képzeljétek el. Beszorultál a kabátodba? Igen, bekapta a cipzár az. Beszorultál a kabátodba? Igen, bekapta a cipzár az anyagot, a kabát, és itt fölül, tehát, és ilyen hosszú kabátom van majdnem térdig ír. Se kibújni nem tudtam belőle, se, egyszerűen nem tudtam. Hát, hogy ezt azt magad olcsatod, hát ott miért nem toltad le a nadrágodat? Hát, elnézést, a kabátot nem tudom levenni, hát akkor feküdjünk fel a kabátba. Hát most egyébként a nadrágodat kellett volna. De lehet, hogy nem egy boleróba volt, hanem valami hosszabb. Mondjuk, ha van egy mellvizsgálat, az mondjuk kabát alatt, elnézést, érkezem, mindjárt fönn vagyok. Itt vagyok, meg vagyok. Igen. Ha jobban úgy érzem, semmi gond nincsen. A balnál már egy zsebben vagyok. Itten. És ott a nő, hogy ezelőtt szórakoztál ezzel? Hát ott a rendelő, a váróban. Ja, váróban. Viszonylag kevesen látták azt, hogy én próbálok már ilyen céklavörös fejjel, izzadtam már, remektem, egyszerűen nem tudtam magam kihámozni belőle, és akkor nem segített senki, ez volt a legrosszabb. Tehát miért segítettek? Hogy, de hogy lép a elnézést, hölgyem, segítsek önnek hát levenni a kabátját? Ha még bottal járnál, akkor talál, de így. De ha látod, hogy már halálán van az ember, és akkor végül kértem a recepción egy ollót, és valahogy így kivágtam a bélést, és akkor úgy szabadultam ki belőle. Borzaszt, olyan kivágtam azokat a testrészeket, szabaddá tettem, amiket meg akartam. Nézd oda, hogy így. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rossz. Mert sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha mondjuk lemész a konyhára, és kérsz egy kis olajat. És rá tudod cipzára. Nem, beöntik a kabát ujjaiba, és akkor le lehet róla húzni egy és szinte kicsúsznak volna. Mint a búvárul, igen. Egy nagy cuppanás. Hát az olaj nem jutott eszembe. És mit mondott a doki? Minden oké, mindenhol? Igen. Igen? Igen. De szép csúnya. Hey, de húsos ez a csúnya. De nem volt nagy vizsgálat? Na, csak nas folyácska. Nagy vizsgálat volt, vagy csak pici vizsgálat? Nem, minden... ez egy picike vizsgálat. Ilyenkor nagy vizit van? Már milyenkor? Hát ilyenkor minden. Nem, hát a nők általában... Van, de nem ezen az osztályon. Nem, csak kérdez, hogy mindent átnéz? Tehát, ilyen általában mindenbe belelapoz. Mindenbe belelapoz, minden végigpörgeti a szagirodalmat. De én is annyira hülye vagyok, miért nem mondok fogorvos. De tényleg egyébként. Minden blendébe belenéz ilyenkor? Vagy, tehát, hogy... Nem, mert ugye van, amikor csak elmész egy konkrét receptet feliratni, vagy valamit, és van, amikor ugye hát fel kell menned angol spárgába, és akkor... Meg a hasa fordít, és belenéz a Hubble-ba is. Szörnyű lehet nektek nőknek ebből a szempontból. Hát. Komolyan mondom, szörny. Te fél évente elmenni egy idegen dokihoz, mondjuk ha mondjuk mit elkalandőgyógyászod, vagy elköltözöl, ugye, mert hát, és akkor a teljesen vadidegen ember ott előtte levetkőzni, nem? Ez egy könnyű dolog. Nem egy egyszerű dolog, tényleg. Nem. Tényleg. Na de ma te vagy a király. Én azt hittem, hogy Balázs panírozáson lesz, de... Nem, ez a nőgyógyászat sztori, ez sokkal jobb volt. Na, furcsa betörések. Ugye több hír is napvilágot látott, és próbáljunk megfejteni egy-két dolgot, mert vannak bizonyos betörések, amiket mi nem értünk. Ugye, ha egy tolvaj bemegy valahova, akkor azért megy be, mert onnan el akar vinni valamit. Ugye? És ezt mindezt 35 évesen egyedül. Hihetetlen, hogy összepakoltad egyébként ezt a sztorit. Elképesztő. Kicsit zanzásítva néhány szótag az egész, de gyakorlatilag minden benne van. Ugye azért megy be, mert el akar vinni valamit. Ez eddig rendben van. Nem tudja, hogy mit talál bent, tehát nem tudja előre eldönteni, hogy hova törjön be, vagy hova ne törjön be. Két furcsa rablás is volt a napokban, és már most mindenki elkezdte egyébként SMS-ben gondolkozni, hogy hozzá betörtek-e, mit vittek el, vittek-e értelmetlen dolgot, érted, tettem betörőt, mit lehet akkor csinálni, tehát betörésekkel foglalkozunk, várunk SMS-eket is. Egy 81 éves Mucsonyi néni. Jaj. Most melyik? A 81-re, nem a Mucsonyira. Hát, szerencséd leszel, te is leszel annyi. Hát az a tök jó, nem? 81 éves. A 81 éves néni, nem biztos. Aztán még ki tudja, mit hozzá jövő, persze. 50 évesen megvilágosodsz, lehetsz még te is 81 éves néni. Ez már Tájföldön viszonylag kevés batért megcsinálják. A fölös részeket kapják le, aztán nyissanak rajtam egy nyílás. Jó, úgy tálalatokat szeretni nyílni az életemben, ha már 70 lettem. Igen, nyissanak egy ablakot. Na, szóval, a néni drága, és őt nagyon kedveljük, 81 éves volt, betörtek hozzá. Fiatalkorú tettesek feszítő vassal mentek be. És elkezdtek összepakolni mindent, és itt jön az érdekesség, hogy vajon melyik fiatalkorú rabló találta ki azt, hogy menjenek be a WC-re. Ugyanis nem találtak senkit sehol, és azt hitték, hogy a néni nincs otthon.
különböző apró értékeket tudtak csak elvinni, igazából komoly dolgokat nem találtak szegény Mucsonyi néninél, aki már 81 éves volt. Valamelyik okos kitalálta, hogy menjenek be a WC-re, hát ha még onnan el tudnak vinni valamit. És ekkor érte őket a meglepetés, a 81 éves Mucsonyi néni, tudjuk, hogy hívják? Nem tudjuk, hogy hívják. Jó lenne megnevezni, egy kicsit személyesebb legyen a történet. Ott ült a WC-n. Jaj. A drága. Hát szegényke. Ott ült a WC-n. Igen. Feszítővassal megtámadták. Jaj. De a néni elhajolt. Elhajolt. Korához képest gyors volt. Egyébként akkor egész gyors volt. Igen. Hogy van ez, hogy te kirabolod az egész lakást, és eszedbe jut, hogy még a WC-ből el akarsz vinni valamit? Vagy ez hogy működik? El tudom képzelni, de még mielőtt folytatunk, rohadjanak meg. Igen. Ezt mindenképpen hozzátenném. Hogyha esetleg kezdőrablók voltak, akkor simán lehet az, hogy túlidegeskedték a dolgot, és rájuk jött egy kicsit a szapora. És te figyelj, nem lesz ebből tetten érés. Ugye nem mutattad fel a lámpát, nem vették észre kintről. Jaj, mindjárt be. És akkor lehet. És bement a WC-re. Vagy a másik néni ott ült. A másik variáció például az, hogyha mondjuk részkilincsek voltak. Meg akartak lovasítani a részkilincset, hát és a kilincsnek ugye két oldala van, benyitottak, hogy a másik oldalról is leszereljék. És akkor ott volt bent. Azért képzeld el 81 évesen, hogy ott ülsz. Foglalt! De hát egyedül élek már, mióta szegény uram eltávozott. Ott ülsz 81 évesen. Hallod, hogy valaki kint molyol a lakásodban. Valószínű rájössz, ugye, hogy betörők vannak, és egyszer csak azt kell megélned a saját lakásodban, és megérned, hogy 81 évesen rátépik a WC ajtót, és rátámad két ilyen idióta elmebeteg feszítővassal. Te vagy az, Margit? Mondtam, hogy visszaviszem aztán rohadt krumpli nyomot. És szegény néni. Azt nem tudom, hogy hajolt el egyébként, de kivette a támadást, a két fiatal korút egyébként elkapták, beazonosították őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Maradjanak is a síten. Igen. A másik, ami szintén egy érdekes SMS, az is a napokban történt, az Kecskeméten. Hallottad azt, hogy valaki drága kőnek nézett veseköveket, és hogy történik meg? Betörte az ablakot a pali, bement a lakásba, elvitt két nyakláncot, némi készpénzt, és 145 darab epekövet zsákmányolt. Lehet, hogy csak egy alapfokú becsüs tanfolyamot végzett el, és ezért nem ismerte fel első elnézésé. Gyorsan! Hogy beerőltette a szemébe monoklit. Ha figyelj már! Hallod, 10-15 kalát biztos lehet a rohadt életben, ha ezt el tudjuk passzolni, királyok vagyunk, Bermudán éljük le. Egy 52 éves férfi volt egyébként, több kérdésem is van. Egyrészt az epekő, az én nem láttam már epekőet, nem láttam. Láttam, valóban, nem szép. Valóban összekeverhető ez bármilyen. Persze, nyers gyémántam. Szénvegyülettel. Afrika csillagával. A dél csillagával. Hogy van valakinél 145 darab epekő? Hát nagy baj történt ottan, vagy szerintem. Epekövet hittek el. Vagy nagy baj van, vagy pedig ő egy urológus. És gyűjtötte ezeket, hát a köveket? Hát így van, emlékeket a múltból. Régi szép műtétek emlékeit. Azért az milyen, amikor azt hittél, hogy valami baromi nagy zsákmányt fogtál? Mondjuk ne adj Isten, még páncélszekrényben van, kinyitod a páncélszekrényt, kiveszed belőle a 145 epekövet, és már tényleg látod magad valahol a és beviszed smukékhoz, hogy elpasszol. És várod, hogy bemondja a sok milliós összeget. Uram, ne haragudjon. Ezek epekövet. Tudom, csiszolatlan, de azért felbecsülhetné. Mondja rá egy összeget. De most mutatom neked, ez epekő? Zsül megtalálta. Zsül, hogy mindig van 20-30 darab. Mondtam már, hogy ne hord magaddal az epeköveidet. Sikolt az a vízzel. Az a vesekő, ott a vesekőnél is, meg akkor a homoknál sírsz. Az epekőnél már homoknál minden... sírok? Igen. Kopódíszével reggeltől estig zokog, mert az biztos. A tengerpart. Na most én látom ezeket az epeköveket, hát ezek nem szépek. Zöld színű, fekete színű, ilyen kicsit bizonytalan eredetű, egy-kettő ilyen gombára hasonlító, ilyen fura kis nyúlkakira hasonlít. Aha. Nem néz ki jól. Nem. Tehát ezt nem tudom szénvegyületnek nem nézni. Akkor viszont nem gyémátnak nézték a zöld, hanem zafírnak. Érted? Tényleg valaki mondja meg, hogy mit csinál valaki ennyi kővel? Hát, ha drága, úgy gondoltak a rablók. Ez följön? Tehát ezt mondjuk vissza tudod büfizni az epeköve? Tehát köhögsz egyet, csak akkor kijön veled, és lehet, Zsül, te értesz el. Zsül, neked hogy jöttek ki az epeköveid? Tehát kijön? Nekem nem volt epeköved. Nem volt epeköved.
nem, csak dolgoztam kórházban, és ott láttam sokat. Jó, dolgoztál kórházban, és ott láttad. Igen. És ezt az emberek odaadják műtét után, hogy kedves uram, nézze meg, ezt egy kis fiolában, kis üvegcsében odaadják, és akkor elviheted. Az elsőnél izgalmas, a másodiknál azt mondom, oké, a harmadikat még megnézem, de a 145-et már nem biztos, hogy látni akarom. Mennyi idős volt ez az úriember? Akit elkaptak? Nem, akinél voltak a zepekövek. Azt nem látom, csak a betörőt látom, hogy 52 éves volt. Simán el tudom képzelni, hogy gyűjtötte valami osztálytalálkozóra, hogy ott menőzzön, vagy ízét, hogy semmi! Hát igen, nálam betegebbek nem lehettek, mert van ez a kategória, van ez a típus, aki ugye állandóan azzal menőzik idézőjel, hogy ő mennyire beteg. Ez a másikra egy picit rátronfolok, akkor meg bedolk egy adót. Igen, akkor ezt figyeljték, 130 darab epekő. Két év alatt. És ezt az összeset oda is adják tényleg, tehát oda. Az összes nálad van. Te jó Isten. Én azt hittem, egyszer kivesznek egy követ és véget, tehát nem vesznek ki többet. Én nem tudtam, hogy ez így visszaadja. Hát ha több van, akkor többet vesznek. Ja, hogy van, úgyhogy mit van, lehet 30-40 darab is. Így van. Aha. Így van. De egyébként borzasztó fájdalmakat okoz, sajna. Volt neked? Nem. Húgyhólyak, hurut valami? Volt? Mit? Semmi? Húgyhólyak, hurut? Igen. Nem az volt van az is. Akut. Nem tudod abba egy napi sílést, mert mindig csíp. Na, nézzünk akkor hallgatói SMS-eket, hogy kihez törtek be. Basszus, szállj már le a katéteremet. Egyáltalán mit csinálsz, ha betörnek? Hova rejted a dugi pénzt? Volt-e már olyan hallgatónk, aki mondjuk otthon aludt, és közben tőle próbáltak valamit elvinni? Ugye ezek mindenki szerintem elgondolkozott az, hogy mit csinálna, ha... Amikor mit csinálnál, ha egyszer csak megérkeznek hozzád? Nejjönék elpaszolták a régi családi házukat, hogy költöztek minden fel, és akkor hogy megkapják a családtagok a részüket. Szépen rendbe tették az egész kecót, kifestették, tök jól nézett ki belülről, minden ki volt takarítva, az egész nagyon pucba volt vágva, hogy majd amikor a vevők jönnek, akkor tényleg azt lássák, ami a lényeg. Ez valakinek szemet szúrt, egy ilyen hajléktalannak itt a közelbe, bementek éjjel, illetve bement éjjel, mert hogy egy emberről volt szó, és gyakorlatilag mindent, amit lehetett, hát már nem sok minden volt a lakásban, de ő gyakorlatilag mindent a radiátortól kezdve a falban lévő vezetékeken át, amiket konkrétan kirángatott a falból, úgy, hogy gyakorlatilag amikor később visszamentek a lakásba, azt látták, hogy végig ki van tépve az elektromos vezeték a falból. Mindent, még a bojlert is leszerelte. Az volt az egyetlen probléma, hogy véletlenül a kukán hagyta a személyigazolványát. Ez komoly. A kukán hagyta a személyigazolványát, kétszer kellett fordulni, és valószínűleg, mert annyi cuccot összeszedett bent az egyébként majdnem üres lakásban, hogy kétszer kellett fordulnia, és közben valószínűleg azért, hogy egy picit könnyebben mozogja, letette a cuccait. És ez a hülye elvitte az összes cuccot, viszont a személyigazolványát a brieftasnyával együtt ott hagyta a kukán. Viszonylag könnyű volt megtalálni. Ez egy elég egyértelmű bizonyíték. Igen, nem? Igen, hát igen. Nehéz kimagyarázni. Igen. Nem én voltam. Nézzük csak, ez a maga személyigazolvány. Nem az enyém. Na, de ez enyém. Igen. Itt van velük Jani, aki ezt betörtek. Hello Jani, jó reggel. Hello, jó reggel. Sziasztok. Törtek be hozzád úgy, hogy otthon voltál? Nem voltunk szerencsére otthon. Annyit viszont a Janinak kiegészítésre, hogy az a zafír kék. Ja. Nem, hogy ez egy idős hölgy volt, aki nyilatkozott az epekövekről. Uh-huh. Ő gyűjtötte azt, hogy mi okol, nem tudom, de nem férfi ember volt, hanem egy hölgy. Egy hölgy, és ő gyűjtötte az epeköveket. Így van. Ami nálunk volt érdekes, amikor betörtek, a legnagyobb kárt azt mondom, hogy majdnem, hogy a rendőrök okozták a helyszerelés nyomán. Volt egy ilyen porcelán tető, amire a szép fekete kormot úgy lenyomott gyanánt, hát azt sikerült a rendőrnek elejtenie. Ezzel volt gyakorlatilag nagyobb kár. Nem foglalkozott vele, beírta a jegyzőkönyvbe, hogy összetörték. De a másik, ami érdekes történet volt, amit meséltek, és itt az otthon lévő dolgokról, volt egy öreg bácsika, aki éjjelente úgy ment ki vécére, hogy a tévéjét bekapcsolta, és egyik éjszaka nyomogatta a távirányítót, nyomogatta, hogy legyen egy kis fény, semmi, felkapcsolt a villany, és a tévének már ült helye volt a szekrényen. Szegény bácsi. Úgyhogy nem tudom, hogy ment vécére. De tőletek nem vittek el semmit? Tehát betörtek is? Ez pénz meg ékszer, de az annyira nem volt jelentős. Nem volt sok otthon. Aha. Igen, ennél már csak az a keményebb, amikor ott vagy, és úgy törnek be. Ha már betörnek, akkor tényleg úgy, hogy nem vagy otthon. Igen. Igen. A két rossz közül az a jobbika. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszi. Sziasztok. Szia. Hello. Szia. Van még egy hallgatónk, Krisztián. Hello, Krisztián. Jó reggel. Sziasztok. Jó reggel. Hozzátok is törtek be? Igen, betörtek hozzá. Otthon voltatok, vagy nem voltatok? Nem voltunk otthon, pont kiszorítottára. És mentünk haza, és láttuk, hogy itt vannak az ajtók. Bementünk szépen, hogy igazából nem tűnt semmi, csak a hűtő volt nyitva. Hűtő ajtaja, aztán egy tányér szalonna hiányzott. Ez is nem maradt komolyan. Egy tányér szalonna.
De nem vittek el semmit, se a tévét, se egy rá, semmit nem vittek semmit, el? Semmit, semmit. Hát biztos éhes volt. Egy tányér szalonnát vittek el? Igen, és 400 dollárért megtaláltuk a tányért eldobva a szomszédnál. Viszont a szalonna már nem volt rajta. Ez hihetetlen. De valaki éhes volt, kiveszi a szalonát, és nem viszel semmit. És ez így volt. Aha, meglettek egyébként, hogy kik voltak? Nem. Nem tudtátok meg soha. Kenyér, hagyma, krumpli volt, otthon egy kis szalonna hiányzott, még csak ezt gondolták, szereznek. Ez, ezt még nem is hallottam, ez nagyon fura. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia. Szalonna. Házamból elvittek 8 mázsa szenet, 2 mázsa fát és egy pár apróságot, és oda kakkantottak a szobám közepére. Na ez milyen ide? Ja, igen, ezt ismerem. Már mit? Ezt a bosszúnak ezt a formáját, velük mi is jártunk így. Hogy ti is minket sírjátok? Ha nem ízlik az ebéd? Nem ezt szoktam csinálni. Hogyha például egy kicsit állott a csokis brownie, a kedvenc cukrászdál, akkor rendszeresen lerakok oda egy kis figyelmeztetést a járdára közvetlenül, de még nyitás alatt. Hát nem ér, ez már majdnem olyan, mint a beírnál a panaszkönyvbe. Így nem, van. Csak nem akarsz maradandó nyomat. Láttam valaki éppen valamit kalistolt be a panaszkönyvbe, gondoltam, akkor így megoldom a dolgot. Ne. Ezzel nem fizettünk ki egy fűnyírást, és így álltak rajta bosszút. Konkrétan. De hogy a szoba közepére mentek be? Nem, a kapu elé. A kapu elé? De nem a tele kapuja elé, tehát nem a mi házunk kapuja elé, tehát hogy most senki ne keressen a nyomokat. Na de várjál, de ezt nem értem. De, nem fizettétek ki a fűnyíret. Miért nem fizettétek ki? Eleve innen indul a dolog. Nem vágtak elég rövidre? Nem, egészen konkrétan az történt. Elmetszették a tulipánt, vagy mi volt? Hogy nem kértük a fűnyírást. Ja, mondjuk az egy nyomos. Ha valaki úgy nyírja le a füvet, akkor azt mondjuk én sem fizetnék. Konkrétan bemásztak a telekre. És átadták a kerítésen a fűnyírót. Így van, és lekaszálták a füvet. Gondolták, hogy így szereznek munkát, mert korábban velük dolgoztattunk, és... Értem, hogy aha. És így szerint, bementek, és akkor mondtuk, hogy de hát ember, hát nem kértük a fűnyírást, maguk mégis megcsináltuk. Miért kéne kifizetnünk? Tehát ilyen alapon akkor átmegyek hozzátok, kínál az autó az utcán, lemosom, aztán becsöngetek, hogy ugyan fizetsd már ki. Mindig van nálam 200 forint apró. Jó, tudom. Hittem, hogy nem mennél el üdvözsebbe. És honnan tudod, hogy ők voltak? Honnan tudtad, hogy ők voltak? Hát mivel egy kutya gitelt oda? Én nem vagy paranoiás? Hát azért, mert érted, jó indulatú emberek, akik lenyírek a füvedet, utána azt feltételezed róluk, hogy oda gittelnek az ajtód elé. Nem, jelezték egyébként. Tehát, mi? Hogy jelezték? Fehér zászlót lobogtattak közben. Mi az, hogy jelezték közben? Befütyültek, hogy gyerek itt. Hogy ők a bosszúnak egy ilyen nemesebb formáját választották. Jó, nyilván valószínűleg ők voltak, csak kérdezem, hogy így van. Nem biztos, hogy egyből erre gondolnék. Uh-huh. Nem, mert a kutyáit megismerem. Ja, jó, nem akarsz részletesebb. Mert kértük egy független szakértői vizsgálatot. Elvittem. Közjegyző volt? Igen, elvittem a mindát. Bevizsgáltatom. Ja, senki nem mozduljon, biztosítom a terepet. Nézzük, van-e rajta új lenyomat, vagy bármi más. Jó, de ez egy nemes bosszú egyébként. Mondhatni. Anett, hozzá törtek már be, nem? Meg melós bosszú. Nem. Bocsánat, csak képzelj azt a pillanatot, hogy hirtelen otthon vagy, kinézel, és azt látod, hogy valaki. Az egy érdekes. Elnézést, lejtett valamit? Segítettek valamibe? Lepottyant valami? Hozzád még soha semmikor? Nem, hál' Istennek, ez a családunkat itt teljesen elkerülte. Nekem egy kocsim volt, amire irájártak a tolvajok. Először a 4 kerekét lopták el, utána feltörték, majd az egész autót elvitték. Ezt de még mindig van egyébként áram a drótkerét be? Igen, tehát hozzánk nem mennek a tolvajok, oda csak visznek dolgok. De darabokban lopták el az autódat? Hát nem darabokban, csak ilyen szerencsétlen sorozat volt, így fél évenként, 2 évente történt valami, mondom, először lelopták volna 4 kereket. És úgy jártál vele? Igen, kerék nélkül. Először a kormányt, ez ma nem megy olyan jól. Először a kormányt lopták el, és egy kombinált fogó volt tekerte. És akkor a jobb alkarja nagyon-nagyon elkezdett fejlődni a balhoz. Kicsit lassabb voltál aznap reggel, nem? Tudod, mi gondolkodtam az előző megszólalás kapcsán? Nem, de nem is érdekel. Na, akkor lapozzunk. Hogy basszus, most éppen azt árultam el, hogy valaki oda gittelt a telkünkön a kapu elé. Tulajdonképpen ha egyszer befejezzük ezt a műsort, akkor az egyik utolsó témájánk egyike legyen már az, hogy az elmúlt néhány alatt mik azok a dolgok, amiket a hallgatók megtudtak rólunk, adott esetben nem akartak meg, de hogy amikor így összerakják ezt a képet. Hogy mennyi minden derül ki rólunk úgy, hogy ezt mi nem is akarjuk. Csak és itt hát, a lendületben elmondunk dolgok. Igen, de mert hogy a hétköznapi teljesen normális olyan dolgok, amik minden egyes embernek az életében ott vannak, amik megtörténnek vele, azok a dolgok nyilván nem kerülnek be a műsorba. Viszont ezek, viszont az elsőségek meg abszolút.
Jó, sok mindent tervezünk mi egyszer az utolsó műsorra, tehát az egy tartalmas. Ha egyszer tudjuk, hogy az az utolsó, az egy tartalmas. Tartalmas műsor, ez lehet, reméljük, ez nem most jön el. Ellenségeket fogunk gyártani. Azt csak azokat. Ugye a betörésekről beszélgettünk, volt egy-két fura betörés, 81 éves nénihez törtek be, szegényhez, de elkerülte a feszítő vasat, ügyes volt a néni, elkapták a rendőröket, valamint nemrégiben Kecskeméten... Már nem, a rendőrök kapták el a... Ja, azt mondja, elkapták a rendőröket. Igen, elkapták a rendőröket. A néni elkapta a rendőröket. Elfogták a tetteseket, és Kecskeméten egy családi házból a karácsonyi ünnepek előtt elvittek 145 darab epekövet. Meglettek szintén a tettesek. Betörésekről beszélgettünk ugye a hírek előtt, illetve arról, hogy kitől milyen furcsa dolgot vittek már el, úgyhogy betörtek hozzá. Itt van még egy hallgatónk. Hello, jó reggelt! Szia, Geri! Sziasztok! Szia, Geri! Szia, Jani! Szia! Mit vittek el tőled? Hát nem tőlem vitték el, haverom édesanyjától vitték el. Fölszállt a 4-6-os villamosra, és ment az orvoshoz, és ellopták a táskájából a székletmintát. De vajon erre utaztak, ugye ez a kérdés? Vajon erre számítottak? Kiadhatta a megbízást? Igen, kinek kell? És mást is elvittek? Nem, csak ezt az egyet. Csak ezt. Rendesen mellé nyúlt az illető. De hogy minek hitték? Ugye hát ez egy kicsi, ilyen kis fiolában van, a fiola benne van egy nagyobb fiolában, tehát ilyen kis matrióska babaként viszed ezt. Úgy néz ki, mint ezek a negatívos dobozok. Igen, és az benne van még egy nagyobb dobozban, tehát egy duplámban lezárva. Mindketten milyen rutinosak vagyunk ebben. Igen, hát háromszor, négyszer vittem egy nem, nem akarom tudni. Ja, nem élök ezt. És meg mit? Hát tudod, be kellett vizsgáltatnom azt is, amit a telkünkön leraktak a kapuban. Anyukája mit szólt már, hogy a haverod anyukája? Hát gondolatod bajba volt, az orvosnál derült ki, hogy így keresi a táskájába dolgot, úgyhogy lehetett még egyszer. Igen, az érdekesebb kérdés az, hogy vajon mit szólt, amikor ugye az illető ezt megtalálta, és azt hitte, hogy megfogta az Isten lábát, és valami olyat vitt, ami most hú. Ugye? Hazament, bezárkozott a szobájába. Lehúzta a redőnyöket, felkapcsolt egy kislányt. Nem is eszel, kisfiam! Hagyjál most békén! Igen, megnézem, mit loptam, és ott jön a felismerés. Igen, az kemény. Hát ez kemény. Igen. Geri, köszi, hogy elmondtad. Nincs mit, sziasztok. Ciao, hello. Fűnyírást vállalok, a szükséges trágyázást is, írja egy hallgató. Nekem a haverom tört be egy óvodába a két üveg lekvárért. Kérdeztem tőle, ennyire éhes voltál? Mire azt mondja, nem én, az albérlőm. 1 év 8 hónapot kapott érte, megértem. Nekem hát egy szomorú sztorim van. Üresen lették a grizes tésztát. Igen, szomorú sztorim van, a betöréssel kapcsolatban az anyost itt felejtették, így egy hallgató. Tőlünk a kukát lopták el teljes szeméttel a ház előtti szemétszállítás napján, írja Jarvi. Ugye itt fura betörésekről beszélünk, igen. Egy illető tőlünk kukoricát lopott, a kapujáig szórta, de letagadta, hogy ő követte. Nyilván, igen. Amikor hozzánk betörtek, törött bordával érkezett a betörő, ezt a rendőrök nehezen, de végül elhitték. Tegnap a kutyakaját vitték el, mire bevitte a párom a cuccot a kapuból, meg a kapu kitámasztó gumilapot. Miket tudnak elvinni? Nem? Elvisznek mindent egyébként. Hozzánk a WC ablakon jöttek be, anyóson felébresztette a páromat, a betörő a konyhában bújt el, majd amikor észrevette, hogy menekülni kell, próbált a WC ablakon távozni, anyósom és a párom próbálta visszarángatni, hogy rendőrkézre adjuk, sikertelen volt, a fején széttört egy akácfa korlátot a párom. Sajnos nem kaptuk el. Azért, amikor anyós ébreszt, hogy jön a betörő, nem? Azért az is kemény. Mi otthon aludtunk, amikor jöttek a betörők, ébresztgettem a férjem, ő félálomban csak annyit mondott, dolgozz kevesebbet, és nem álmodsz hülyeséget. Én felkapcsoltam a kinti villanyt, elmentek mindhárman, reggel a férjem a nyomok után bocsánatot kért. Te ilyen fülgyantával alszol, vagy ólommal a fülben, nem? Ólommal szoktam egyébként. De van ilyen füldúod, nem? Így van, igen. Igen, azzal. Potenciálisan tulajdonképpen esélytelen vagy. Hát semmi esélye nincsen rá. Tehát egyáltalán nem csodálkoznék azon sem, hogyha mondjuk egyik reggel felébrednék, és gyakorlatilag kint feküdnék az utcán. És komolyan. De azt se venném észre. Teljesen süket vagy ilyenkor? Igen. Semmit nem hallasz. Igen, van ez a viaszos füldugó, ennek pont az a lényeg, hogy gyakorlatilag hermetikusan elzáll a külvilágtól. De miért nem lenne... Egy másik dimenzióba transportál. De nem egyszerűbb, ha a családod csöndben lenne, amikor alszol? Hát, tényleg rég nem találkoztál már virággal. Igen. De mi éjszaka még nem alszik? Tudom, hogy... De abszolút csak szeretem, hogyha nem leszeznek körülöttem. Macska, kutya, ez az. És akkor be a füldugó. A szúperceg, a fával. És hogy hallottnak az ébresztő órát? Az átjön rajta. Az valami olyan frekvencia, hogy egyszerűen átjön a viaszon, és gyakorlatilag nem tudom lezárni ugye a filmet, hogy ne halljam. És volt már, hogy napközben véletlenül a füledbe hagytad, és mindenkivel ülöltesz, hogy micsoda? Igen. Mit tetszik mondani? Nem volt ilyen, hogy behagytad a füledbe? Nem, nincs itt, ahol
A bátyámik az éjszaka betörtek úgy, hogy a másik szobában aludtak, elvitték a videót, de rossz volt, és másnap az ajtó elé tették. Ez egyébként szimpatikus. Egy pincér mesélt nemrégiben egy történetet nekem. Idevág? Ide. Ja, jó. Nem, képzeld el, az történt, hogy félreszabták az lakóját. Nem. Arról van szó, hogy egyik ismerőse a lépcsőházba kirakott egy talán gázhűtő, gáztűz, vagy talán tűzhely, vagy mosógép, mindegy, nem is érdekes, egy nagyobb ilyen háztartási berendezést, és ráírta, hogy ingyen elvihető. Senki nem vitt el, ahogy rárakott egy táblát, hogy 20 ezer forintért eladó, azonnal ellopták. Hát, ez egyébként tipikus. De okos volt. Okos, de okos volt. Igen. Na jó van. Hármasugrás, játszunk már, és itt van egy hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Dorottya, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello. Voltál már esetleg tanulja betörésnek? Vagy igen, én többszörös áldozat vagyok sajnos. Na, mi történt? Nálunk eddig mindig ilyen ünnepnapokkor törtek be, az első a szenteste volt, akkor utána azt hiszem... Úgy, hogy otthon volt a család is akkor? Nem, akkor épp vidéken voltunk, és mikor hazamentünk, akkor ez fogadott, hogy minden szanaszéje volt. Aztán mindig kiábrándító a betörés, vagy azt tapasztalni, hogy elvitték valamit, vagy megpróbáltak elvinni a szenteste? Igen, ehhez kell pofa. Aztán utána a húsvétkor is betöltek, és március 15-én, de az volt a legemlékezetesebb. Maradjatok otthon ünnepekkor, szerintem. Nem? Igen, tehát, igen. Nem nagyon érdemes az elutazni. Augusztus 20-at azt nem vállaljuk már be, hogy elmegyünk egy tűzijátékra, mert netszik, hogy úgy megyünk haza, hogy nem találunk semmit otthon. És volt olyan, amit elvittek, vagy volt olyan, amit vihettek volna, de nem találták meg esetleg? Volt, mondom, a legutolsó ilyen az olyan volt, hogy ugye lezártak mindent a rendőrök, és akkor szépen egyből, amikor már föl lehetett oldani ezt az zárt, bementünk, és én ugye nagy mohón elkezdtem keresni, hogy Jézus Mária, hogy a 800 eurót ugye, hogy csak nem vitték el. Azt hála jó Istennek úgy eldugtam, hogy nem találták meg, de viszont a vibrátoromat azt elvitték. A rohadt szemetet! De komolyan mondom, hát már semmi se szent ebben a világban, de tényleg. Egyszerűen nem hiszem el. Így elképzeltem, hogy ezt milyen nagy örömmel vitte haza az asszonynak szerintem, mert biztos, hogy pasi volt, de elvitték. Hát ha az asszonynak vitte. Hát ki tudja. Valentin napra kaptam páromtól. Hát komolyan mondom, én is ilyen párt akarnék magamnak, aki ilyet vesz Valentin napra. Nálunk is van romantika bőven, de ami nálatok megy, az már igazán romantikus. Tudom, dolgozott a párom, úgyhogy így oldottuk meg így a hosszú-hosszú mérföldeket, ami elválasztott. Nézzük a kérdéseket, Dorottya. Azt gondolom, hogy kicsit többet árulsz el magadról, mint amit tudni akarunk. Egyébként valahol tetszik, de azt gondolom, hogy talán, ha átmegyünk a kérdésekre, az lapos porcelemmel ment, vagy góliáttal. Na, hogy titeket zavarva. Nem, igazából nem. Hidd el, hogy mi... Semmi gond. Sok mindent tudnánk kérdezni, csak vannak hallgatók, akik egy kicsit fiatalabbak. Még kérdezik, góliát elem? Igen, vagy lapos kvarc, vagy góliát. Jaj, Istenem, nagyon szeretek ezek már. Te tényleg, ez milyen világ már. Rohadékok, hogy azt se hagyják ott az ember legszemélyesebb tárgyait. Na figyelj, itt van az első kérdés, dedikált nyakba akaszt. Igen. És látom, mi az első kérdés egy ilyen téma után. De ez én nem láttam előre. Egy kristálygömbön, mint Frabátónak. Egy ellopott vibrátor után nézzük az első kérdést. Hogy hívták Jézus nevelő apját a Biblia szerint? Csodálatos váltás. Ez nem megy, mi? Ez persze nem megy, csak a Valentinna. Ugye? Csak hát a Valentinna. Nem, csak a Valentin. József. Na, tökéletes, hát így van. Köszönöm, megvan, így van. Ez a végletek műsora, ugye? Ez ma abszolút végletekben vagyunk, igen. Menjünk tovább? Hát persze, következő. Ja, bocs, nem akartak. Írt a tolvaj. Írt a tolvaj közben 6 darab góliát. Annyi nem fért bele. Na, így szól a második kérdés dedikált Pólaért. Az USA melyik államának kormányzója volt Arnold Schwarzenegger? Hú, valahol ott a napos oldalon volt. Az. A napos oldal, igen. Írják az SMS-t, hogy faggasd még, Bali. Kizökkentetek, azt hiszem Kalifornia. Kalifornia? A napfényes Alaszka. Jó vagy te, Dorottya, komolyan. Jól csinálod. Jól nyomom. Jól tolod. Pedig van egy kis hiányérzeted. Dorottyát ismerve pótolta már, szerintem, ezt a hiányérzetet.
Volt már azóta Valentin nap? Volt, hajjaj. Névnap, szülinap. Bármi. Ahogy ismerem benneteket, egy Kossuthi átadóra is ezt kapod, úgyhogy teljesen minden. A múltkor meg luxaszéket kaptál három lábban. Hol tartunk? Harmadik kérdés. Menjünk neki? Persze. Na, ez viszont jó, ezt mire összeszedjük, ezt tetszeni fog. Így szól a harmadik kérdés, figyelj. Hány országgal határos hazánk? Elkezdheted végigmondani. Fölülről, oldalról, alulról. Románia, Szerbia, Szlovákia, Ausztria, mi van még? Ukrajna. Várjunk, hanyadik volt. Hatodik volt. Öt. Melyik? Mit mondtál eddig? Várjál, Szerbia. Igen. Románia. Igen. Ukrajna, Ausztria, Szlovákia. Kettő hiányzik. Ki az, aki súg neked? Várom. De most miért mond? Mi van? Mi van? Ja, hogy miért mondtam el? Hát az, várjál, hogyha a hatot számoltam, és azt mondtad, hogy kettő hiányzik, akkor az nyomozza, az nem sok? Ne. Szép volt, Mari. Jó van. Végülis nem azt mondtuk, hogy sorolt fel, csak azt, hogy hány. Ha elmondod, hogy hányat mondtál el, hozzáadod a kettőt, meg is vagy. Ügyes vagy, Bali, szép vagy. És még nincs még a műsor? Ki tudja, mi lesz még 9? Hogy 8. Hát elmondtál... Hát elmondtál 5-öt, ha 2 hiányzik, nem csak a vibrit. 7. Jó. 7, így van. Épp kérdezik, hogy nem csak a vibrit, hanem a zöld könyvedet is ellopták. Igen. Ugye elmaradt még Horvátország, meg elmaradt Szlovénia, Szlovákiát mondtad. Igen. Szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és osztrák. Köbüki, nem, jó, kedves hallgatónk, írt neked. Igen, mit írt Köbüki? Köbüki azt írja, hogy küldöm az eszközt a rottyának, csak nyissa ki a szab. Jaj, köszönöm szépen. Amúgy ezt még hozzátenném, hogy igen? Képzeljétek el, amikor ugye kiérkeztek a rendőrök, hogy tényleg felvegyék, hogy mi tűnt el, mert mivel nem voltunk otthon. Na, ez még jó lesz. Egy ilyen nagyon jóképű, magas rendőr úr, hogy eltűnt valami, és tesóm közben mellettem ott vihogott, mint egy fakutya, hogy én nem fogom neki azt mondani, hogy igen, a vibrátorak tűnt el. Tehát még ez így hozzátartozik a témához, hogy a rendőr az körülbelül síksoká hülyének nézett, hogy mit röhögünk ott. Hát itt rá vagy csúszva erre a dologra, tehát ez picit igen, ez beakadt neked, de nincs hát ezzel. Hát igen, mert ez egy jó sztori. Nem ennek a személyes tárgyait tűnnek el az érzékeny. Érted, én a biciklimhez ragaszkodom, amit apámtól kaptam, de te egy másik vonalon mozogsz. Na jól van. Igen, az volt ez fájó emlék, tudod. Igen, és külföldön él a barátod, azt mondtad, Dorottya? Ott dolgozott, mit csinált külföldön? Ő építőiparban dolgozott, tevékenykedett. És onnan? 6 hetenként járt haza. Na, hát akkor, igen. Csak hogy értsétek, hogy miről van. Ezt már azt gondolom elsőre is. Onnan küldözgette ez azt. Vagy ezt azt. Igen. Dorottya, elköszönünk tőled, jó? Jó. Küldjük az ajándékcsomagot dedikálva. Ciao, hello. Élmény volt. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Jó. Írják még a hallgatók, hogy két ország hiányzik, Ukrajna és Vibrajna. Jézus. Hát ezt már én kérem ki magamnak. Ez itt a Morning Show. Tegnap elmentem orvoshoz, gyerekek, nem bírtam tovább magammal. Beültem az ügyeletre. Alul vagy felül? Mindenhova benéztek. Nem, most mondtam, hogy elég. Állítólag van valami olyan vírus, amitől nem leszel lázas, és lábon kihordasz egy ilyen tüdőgyulladásszerű valamit, ami arcüreggyulladással is párosul, de nem jár lázzal. Ez ilyen hőpúrút, nem? Ilyen, kicsit ez a száraz köhögés, kicsit ez az orrfolyás, minden, de hogy nem, azt hiszed, hogy csak megfáztál, és közben hónapokig nem jössz ki belőle, és inkább pasiknak jön elő. És ebben vagyunk benne? Én nem tudom, hogy te hogy vagy. Nem, ugyanúgy? Jobb egy kicsit? Nem, köszönöm, most hogy megkérdezve, sokkal jobban. Köszönöm. Mondtam neki, hogy ne bóckodjunk. Tehát így nem mondtam neki, hogy drága néni, ne bóckodjunk. Igen. Tessék abba adni a bolondozást. Adjuk a rizsát elő a legvastagabb lexikon, nézzük, mi a bajom. Ügyeletem vagyok, 10 percig nem jön ki semmi, mondom, jó, semmi baj, kicsit oda még bedobok direkt a KVG-be, tudod, zörgök, topogok. Jaj, Istenem! Én nem tudom ebben mi a jó, de nyilván rápihennek. A legjobb az, hogy bemegyek,
leültette, nagyon helyes, aranyos néni volt, a, ugye ott, aki a doki mellett van, ő vagy védőnő, vagy az asszisztens, aki így fölírja. Nem, Marika néni bejött kávézni. Nem volt mellette felmosó vödör? Nem. Jön a doktornő. Én a doktor, hogy kicsit várat, kicsit nyúzat. Mi a bajja? Hát mondom, doktor, semmi, csak mondom, gyorsan tessék nekem, hogy beszél. Semmi, akkor minden van is. Marika. Ugyan, jó, akkor belenézek a torkába. Elővesz egy elemlámpát, egy ilyen picit, és elkezd így feltekeni. Tekerős elemlámpája, az zseni. Mondom, hú, doktornő, ezt mondom, nagyon komoly, mondom, most mit csinálják velem? Nyissak ki a szám. Érted, feltekerte az elemlámpát, és belevilágította, hát egy luxfény nem sok, annyi jött ki ebből a lámpából. Te körülbelül. Nekem is. Jó, hát, abszolút, igen. Hát, kell hozzá egy kis tekerés, valahol, igen. Csak tekeri. Mondom, most mi lesz a következő, nem tudom, valahogy elmorzézza majd, hogy mi a baj, vagy nem értettem. Mandula, megvan. Fog a képek. Elmondom, az édesanyám egészségügyben dolgozik, tudom én ám, hogy mi a helyzet, mondom, de hát azért ez a tekerős elemlámpa meglepett egy kicsit. De vannak még így elegen. Igen. Na mindegy, úgyhogy igazából mondtam, hogy félre a tréfát, értek picit az orvosláshoz, hagyd nekem. Bementél artoskodni egy doktornőhöz? Nagyon, a legnagyobb. Passzíva, mindenhol, persze. Mondom, értem én doktornő, hogy egy menjek el orrfülgégészet, mondom, jó. Hadd segítsek a szó, amit keres, diagnózis. Írjuk be akkor antibiotikumot a fiatal embernek. Mondom, én ritkán szedek, nem hiszek benne, de most elég volt. És fölírták valami olyan lórugásszerű dózis, hogy kértek egy darabot? Adok belőlem. Jó, 7 darabos, megejtjük 3-an. Semmi összesen van, 7-et kell bevenni? 7 napig kell szedni, igen. És azt mondta a nénye, hogy nem biztos, hogy... A 8. a gyomorvosás. A 8. a gyomorvosás. Doktor nénye. Doktor nénye azt mondta, hogy jöjjek vissza. Hát mindenképpen visszajövök, mert ezt az elemlámpát még egyszer látni akarom a héten. Tehát nem múlhat el úgy hét, hogy ezt nem látom. Vagy visszajön, vagy hozzá. Igen. Drága volt, kedves volt, aranyos volt. Úgyhogy... És megdumáltátok, hogy jövő hét vasárnap megint ügyeletes lesz? Én nem tudom. Én az ügyeletes orvosokban mindig érzek egy kicsi fáradtságot, szoborúságot, rossz kedvet. Én nem tudom, hogy ki nyeri meg azt, hogy ügyeletes legyen. Egyébként tényleg nem tudom, hogy hogy van. Kalabból húzzák. De kicsit olyan, nem fityulából. Kicsit olyan egyébként, és ez a doktornő még nem ismer, drága volt. Húzzák is fityulából, igen. Hogy kicsit megbántva érzik magukat, hogy te beteg vagy. Érted? És én tudom, hogy mi a helyzet a magyar egészségügyben. Pontosan tudom. Hát az én anyukám védőnő, 30 év munkaviszony után, de hangosan röhögnétek, ha meghallanátok, hogy mennyit keres. Tényleg, hát mi ebben nőttünk föl a tesómmal. Na de miért kell őket megbántani azzal, hogy te betegnek érzed magad? Tehát miért kell ezt sértésnek venni? És nem róla beszélek, sokkal inkább például egy másik ügyeletes dokiról ott nálunk, ahova sokszor a gyereket visszük. Hát a mély, masszív, Mariannárokszerű utálat, ami az ő arcán van, amikor megjelenünk ott mondjuk a Benivel. Ne adj Isten, este 8 órakor, komolyan, ha ő is tudna, a Beni szegény már 100 halálható. Ott van 1200 forintért, ott van. Szerintem körülbelül ennyi pénzt kap érte, mert ugye az ügyeletért jár plusz pénz, és ő bent van, nem tudom, 12 órát egy ilyen ügyeletben. És te megzavarod. Hát nézhetné a tévét. nem, félreértitek. Andris megírta, hol voltam ügyeletet, tényleg ott voltam ügyeletet. Egyszerűen. Egyébként tényleg. Arról van szó, hogy amit látsz rajta, az a fajta szomorúság, az empátia. Sajnál, hogy beteg lettél. Hát, megsajnál. Nem, mondom, ő drága volt. Ő drága volt. A néni, aki ajtót nyitott először, aztán ugye megérkezett az a dolog. Megérkezett az a dolog, ami az én esetemben sűrű a felismerés, és akkor utána már onnantól kezdve már. Rákóczi! Vadon! Hol hagyta a többieket? Ja, tényleg. De olyan a gatyáját. Tükrözünk. Nem, utána már helyesek, aranyosok voltak, csak mondtam én, hogy ő üljön. A Vadon hol van? Puncsozik a kávéautomatán. Igen. Én nem akartam, hogy ő üljön ügyeletbe, érted? És mondom, ő nem tényleg tündéri volt. Megpróbálkozott? Tolja le a nadrágját. Igen, hagyj ezek bele a blendébe. Nekem már csak ennyi jut aranyom. Na, nézzük, mi lapul a nadrágban. Nem volt ilyen, csak úgy elgondolkozik az ember, hogy hát a feleséget nem én akartam ezt megcsinálni, hogy ott üljek. És beteg se akartál lenni? Nem. Ugye, hogy nem így indul oda az ember. De most általában az ügyeletes orvosokról, mint jelenség beszélek, nem arról, aki mondom, tegnap feltekerte a lámpát. A torkom benyelte azt a kis fény. Ez nagyon környezettudatos. A szenzációs. Nem tudtam, mit csinál, mondom. Ez már nagyon rosszul, ez fájni fog, mondom. Bármi is ez, mondom, a hangi alapján, ez nagyon fog fájni. Csak egy elemlámpa. Most képzeld el, hogy műtétnél meg Marika néni ül a szobor
kerékpárom. Nagy a baj, esik a vérgyomás. Én gondolkoztam azon, hogy adok nekik egy kicsi pénzt, tudod? Hogy, de hogy nem, sose tudom. Nem, most, vagy mire? Nem, hát miért? Mert a paraszolvencia... Köszönöm ezt infúzióra. Hát a paraszol, mikor működik? Befekszel kórházba, megtömsz minden dokit, nem? Az orvosok 10%-a hülyére keresi magát, az ügyeletes orvos, meg a védőnő, meg aki ott ül, az még nem kap egy forintot se. Hát akkor nekik miért ne? Vagy akkor nekik se, nem? De. Ez adsz a dokinak, nem adsz az altató orvosnak. Miért? Az ő kezébe tetted le a rokonod életét, a túlaltatja, vége van. Csak nem tudom, megbántom, nem bántom. Elfogadja, nem fogadja, hát, tudod? Hát attól függ, hogy adjad, hogy adod. Én hálás vagyok, szóval nekem ezzel nincs bajom. Na, tegyél meg érdemli. Ezt nem tapasztaltátok ezt az ügyeletes orvos? Ez a, ezt a... elemre. De nem így, nyilván nem így adnám oda, igen. Csak nem, tapasztaltátok, hogy elemész ügyeletben ott meg akarnak ölni. Itt az van, hogy lehet, hogy már sokatszor nyerte meg. És valószínűleg ezért már egy picit úgy kedvetlenebbül állt hozzá a szolgálathoz. Szegények, meg hát ilyen fizetéssel persze, nyilván nem könnyű. Megértem, aztán mondom, csak az elején volt kicsit fagyott hangulat. Bedobtam egy-két poént, azt nyomtam ott egy helikoptert. Egyben jobb mindenki kedvük. Örült, mindenki nevetett. Bármikor kinyitották, már a várokba brékeltem egyet. Úgyhogy antibiotikum kurán vagyok, gyerekek, ezt kell, hogy mondjam. Megnyugodtatok? Ha, nem vagyok fertőző, már tegnap bevettem egyet. Meg. Na, itt az ügyeletes orvosokkal kapcsolatban még megindultak az SMS-ek, mindenkinek van ügyeleti élménye. Ugye a hírek előtt arról beszélgettünk, hogy ez egy érdekes helyzete a magyar orvoslásnak, az ügyeleti készenlét. Vannak, ahol kedvesek, ne általánosítsunk, azért nem minden ügyeletes orvos unok. De ugye arról beszéltünk, és rengeteg hallgató szólt hozzá a témához, hogy valahogy ott még annak ellenére, hogy beteg vagy, még talán te érzed magad kényelmetlenül, hogy nem tudom, amikor rányítsz a szomszédra, és nem várt, hogy jössz, vagy egy barátra, és kicsit te vagy zavarba, hogy beteg vagy. Hát és nem, te vagy zavarba, hogy mentél. Tessék? Ott a feleséged is. És ott a feleséged is. A szomszédra, és ott a feleséged. Hát igen, akkor mást is érzed. Én a világért sem szeretnénk általánosítani, mert nagyon kevés ügyelettel kapcsolatos élményem volt, de eddig a 100%-ból egy negatív. Na, tehát, hogy mi volt? Mert hogy egyszer voltam ügyeleten. Összeittam, vagy ettem valamit, és kiderült, hogy én allergiás vagyok valamilyen párosításra, a mandula meg a szójatej együtt az nálam egy ilyen heveny kis nyak dagadást eredményezett, de olyan szinten, hogy gyakorlatilag hát azt éreztem, hogy megfulladok. Erre mondta a feleségem, kedves nejem, igen, azóta nem is eszek például a mandulát szójatejjel. Úgyhogy mondta a kedves nejem, hogy finom lehet, hogy ennek a felesem tréfa. De menjünk be. Nem, ennek felesem móka, ne viccelődjél itt te. Ezt mondta egészen konkrétan, menjünk be az ügyeletre. Nem mondom, menjünk be az ügyeletre. Én általában úgy szoktam lenni, hogy mindent igyekszek lábon kiordani, nem foglalkozom vele. De most mondta, hogy ebből a baj lesz. És éreztem is egyébként, hogy egyre jobban így dudásodik a nyakam. Bementünk az ügyeletre. Most bementünk, és hát benne is voltunk gyakorlatilag. Innentől kezdve majd, hogy egy az egyben ugyanaz a sztori, mint a tied, mert hogy negyed órán keresztül ültünk kint, az egyébként tök üres váró részben, és nem történt gyakorlatilag nem semmi, értem. Illetve egyszer kijött egy ember, és akkor én beláttam a... Hogy nincs bent senki. De, benne voltak négyen. Tehát, hogy... De nem mindenki betegek. Orvos. Nem, mindenki fehér köpenybe volt, és hát orvosnak, volt. Orvosnak tűnt. Igen. És de, ki is van, de lehet, hogy kopogással ne zavarja a rendelést. De mondjuk ezt meg is értem. Minden hülye oda megy, bekopog, az ő esete a legfontosabb, tehát ezt rendben kiírják. De mit csinálnak bent, amikor nincs beteg, és egyedül vagy kint? Ez azért volt egyébként problémás mondjuk a részemről, mert nekem egyre jobban dagadt a nyakam. És egyre jobban azt éreztem, hogy egy kicsit kezd kényelmetlenné válni. Mert eljött az a pont, akkor mondtad, hogy na ez már nem vicces. Így van, bekopogtam, és megkérdeztem, hogy elnézést tudnának velem egy picit törődni, mert úgy érzem, hogy egyre problémásabb ez a történet. Na jó, jöjjön be. Lehet, hogy egyébként úgy törődik, mert hátulról jöttünk az esztékába, és lehet, hogy a hátsó ablakon kinézve már így szemre, ugye a rutin, megállapították, hogy annyira nem sürgős a dolog, még mindig szóljatok, probléma. De minden esetre nekem egy picit kellemetlen volt. Mondom, lehet, hogy ők ilyen kőprofik, de hogy a kutya nem kérdezte meg, hogy mit akarok ott, hogy mit csinálok, hogy mi a bajom, hogy rosszul vagyok, jól vagyok, hogyha mondjuk, és nekem történetesen ennél egy picit nagyobb problémám van, mint hogy összeittem hát a szójatejet a mandulával. Hogy akkor... Úgy vannak vele, ha baj van, csak kopog az az ember. Osztják az ügyeletet, vagy vállalod? Igen, ez az érdekes, hogy szerintem nem tudom. Szerintem fogalmam sem. Próbáltam valami, valami írtózatos bölcses, most igen. Olyat mondok, hogy lehidaltok, hogy a szornat tudom. Kipörgeti. Igen, vagy blöffölök valamit. Végigmentem a stádiumokat, most akkor blöfföljek, mondjak valami, egyiket sem tudom.
halvány fogalmam nincs, hogy hogy leszel te ügyeletes. Na, amiről beszéltünk, vagy amiről akarunk beszélni, egy 80 éves néni véletlenül beült valaki autójába és hazavitte. Ugye maga a történet egyébként nagyon helyes, egy pénteki nagybevásárlás után rossz autóba szállt egy svéd nyugdíjas, és ez nem gántolta meg egyébként abban, hogy hazavezesse, írta ezt egy svéd napilap, és tulajdonképpen úgy tudta elvinni az autót, hogy ugye megtalálta benne a sluszkulcsot. A tévedés néhány órával később derült ki, a lányának tűnt fel, aki ellenőrizni akarta, hogy nem maradt-e valami a kocsiban. Ő állapította meg, hogy a jármű még csak nem is hasonlít az anyjáéra. Értesítette a rendőrséget, akik elmondták, hogy valóban jött bejelentés, és vizsgálatot indítanak az ügyben, de a mamát nem okolják emiatt. Hát már 82 évesen hova bánt szegény, tehát valami működött, hazament vele. Ja, ilyenkor örülni kell neki, hogy még a képességei teljében van, hazavezetett. És a család kérdése volt, hogy mi a mama új autót? Mama új tettünk? Azért az megvan, amikor a 80 éves nagyi vagy anyukát beállít egy új autóval? Vagy egy idegen autóval? Azért az... Ez meg ki lehet. Ez szép volt, mama. És elment egy piros zasztavával, és hazajön, nem tudom én, egy fehér Suzuki-val. Azért az tud kemény. Hogy tudta elhozni? Hát azért a kulcs ez nem ugyanaz. Vagy addig erőszakoskod, belemegy át. Nem valószínű, hogy benne marad az indító kulcs, és maga az autó is nyitva marad. Mondjuk a svédek nem szívbajosak nagyon, hogy úgy benne kell vásárolni, hogy benne marad a kulcs, nem? Tehát ott nagyon nem félnek attól, hogy nem lopnak. Igen. Automata. Nem is emlékeztem rá, hogy automata. De mondjuk egy automatát a néni hazavitt, azért az kívül ügyes, mert ott azért picit máshogy kell vezetni. Volt már ilyen, most nyilván nem, hogy más autóját vittétek el, de hogy más kabátját, más szigyelét, színházból nagyon maga biztosan öltözöl, és veszed föl, és tapogatod a zsebeit, és valaki jön, hogy elnézést, uram, az én kabátom, más táskáját, ugye, hát ez mindenkivel megesik. Messzire nem mentem ugyan vele, de volt egyszer, lebeszéltünk egy ilyen pénteki kis pizzázást, filmezést, a barátokkal, hogy megbeszéltük, hogy az őrsön találkozunk. Picit késésben voltam, ez is nálam ugye megszokott, és ugye a svéd áruház mellett találkoztunk, megbeszéltük, hogy ott fognak várni. Na, nézem az órát, basszus, megint negyed órát kések, irgalmatlan, siettem, kapkodtam, látom, ott áll az autó, feltépem a hátsó ajtót, beugrok, becsapom az ajtót, na, mehetünk! Hátra néz egy srác, meg egy lány az első ülésről. Én visszanézek. Megint, ők is visszanézek. Bocs, rossz autóba szálltam. De még oda szóltál volna a csajnak, hogy mi van, Lajos, nem változtatok műtét, nagy forma vagy, bemehetünk, tudod, még valamit rátoltál volna az. Úgy beugrottam egy idegen autóba, számomra teljesen vadidegen emberek mögé, hogy ezt öröm volt nézni. Egy autóval feljebb álltak ugyanis a barátaim, és gyakorlatilag egy ugyanolyan autótípussal. Beugrottam, rögtön összekvaterkáztam velük. Be majd egy cibit lettük. Hátra nézzek. Azt azért érzitek, amikor valaki ül, valakivel, valakit várnak, nyilván nem. Hátranézek, és egy nagyon barátságos kis kopasz csávó ott mosolyog a hátsó ülésre. Na, gyerünk, mehetünk! Mi van? Nem indulsz? Mi van? Nem tudsz vezetni? De még ott, hogy elkezdted volna őket. Mi van? Nem találkozom. Te ki vagy? És te? És én hol vagyok? Úgyhogy ez volt. És kizavartak? Vagy kiszálltak? Nem, hát rögtön vettem a lapot. Hogy magyarok voltak? Mind magyarok. Illetve ez nem derült ki. Nem is biztos, hogy magyarok. És mit mondtál? Bocsi, hello, jó utam. Bocsi, rossz autóba szálltam. Ennyi. És aztán látták, hogy egy picit feljebb megyek, és egy autóval feljebb megint bepróbálkozom. És ugyanaz a szín, ugyanaz a típus volt? A színre már nem emlékszem, sötét volt, de hogy úgy nagyjából ugyanaz volt. Láttam, ott áll az autó, hát ezek csak a pityójék lehetnek. Egyébként anyósom a legjobb, szóval ő szenzációs. Ő hazamegy más autójával, betolja más kosarát, és a pénztárnál lepődik meg, hogy nem is vett, mit tudom én, nem tudom, nem ilyen dolgokat. Na, egyszer elment egy ingatlanoshoz lakásnézőbe. Megnéztük a lakást, szenzációs, jó, megveszük, nem veszük, fölöltöztek az előszobába, elmentek. És mondta a mama, jelezte, hogy neki végig nyomta a csizma a lábát, de hogy ön ez úgy megdagadta. Tessék, feldagadta a lábát. Telefonál az ingatlanos, hogy a tulaj ott törjük, mert eltűnt a csizmája. Mama hazament egy drágább csizmába, de nem ez volt a baj, nem akart ellopni. Csak amikor ugye hát ez így finoman felmerül a tulajdonosban, hogy ott hagysz egy ilyen régi levedlet csizmát, belebújsz az újba, elviszed. A kettő egyébként nem is nagyon hasonlít, csak hát mama nem nagyon nézte meg az előszobába, és ugye vissza kell vinni. Nagy elnézés kérések közepén sokan meghoztuk a csizmát. Igen, ott az a kopott darab, az a miénk. És ezt így. És mondta, hogy végig nyomta a lábát, de nem tulajdonított neki nagy jelentőség. Az a legjobb, hogy ugyanabban megy vissza. Ugyanabban megy vissza, bocsánat. Igen, de adom. Kicsit sáros, de majd. De azért az picit megalázó, tudod, és akkor igen elviszel, mit tudom én, 5000-es csizmát, és belebújsz egy 50000-esbe, és ugye elment ingatlan, nem is akarod megvenni. A kutya nem mossa le rólad, hogy loptál.
Mondjam, egészen ugyanaz a történet, de elromlott a mosogatógépünk, és jött egy szerelő most valamikor. És állunk ott, kifizetem ott az előszobába, és mondja, hogy olyan kevés pénz van a pénztárcájában. És én nézek rá. Hogy nekem ez miközben van nyilván. Kevés pénz, mondom, hát nem voltunk együtt a konyhában, mondom, nem, meg a feleségem. Biztosan lejjebb loptál. De nem olyan föl kevés pénz. Kimegy, és még áll 5 percet a ház előtt. Állunk az ablakon, most mondom, úristen, mire gondolod, megloptuk? Vagy hogy kivettünk? És vártam, hogy visszajöjjön. Mondom, most senki megyek, megkérdezem. Hogy... Állj, senki ne mozduljon. 20 rugon játszik a tárcám. És oda, amikor vissza a 5000-es volt, és mondja, hogy kevés, fura, mert több pénz volt, és így rád néz. És tudod, szemeztek egy ideig az előszobában, a saját lakásodba álltunk, tesó, mondom, most mire gondolsz? Megloptalak. Kicsit más, ugye nyilván nem azt, hogy most kinek mit vett föl, vagy mit vitt el, de baromi kellemetlen volt. És azt láttam, hogy megy, még így nézegeti a pénzt, hogy beül a kocsiba, és 5 percig áll a féken, ég a féklámpa, és ott áll. Hát most vissza, hogy mind a kettőnket lelő, vagy lefúj, és visszaszerzi a pénzt. Rendőrökkel jön vissza. Azonnali nyomozást. És tudod, egyből végig gondoltam, hogy bent álltunk. A Viki ott néha jött, ment, hogy nehogy arra gondoljon, hogy nyilván, ami egyébként megtörtént, hogy a Viki gyorsan húzat visszalopott, persze. Ilyen drágán szerez. Ezért ez tud kellemetlen lenni. Anett, te ültél be más autójába, vagy te mindig viszed el más autóját, vagy nem volt ilyen? Anett mesélt egy ilyen történetet, hogy el akarta vinni, vagy csak oda ment. Csak egy éjszakás kaland. Nem volt ilyen, hogy bepróbáltál valami, volt valami hasonló autója, és hogy oda ment a parkolóba, és bepróbáltad. Igen. Emlékszel erre? Tessék? Hogy emlékszel erre? Ez nagyon régen volt, ez még a DJ-ben történt. Hát most ennyi, mi az életem mindenre pillanatát. Vannak hibáim, az egyik, hogy odafigyelek arra, aki mesél valamit. Hát most... És ez volt, kicsi autóm volt, és mentem az autómhoz, nyitottam a központi zárat, a távkapcsolóval nem nyílik. Hát miért nem nyílik, miért nem nyílik? Rángattam a kilincset. Nem értettem, hogy és akkor vettem észre, hogy az nem az én autóm. Az de bosszúból meghúztad? Hát kentem egyet rá az oldalára. Bosszúból meghúzták. És aztán az enyémet meg ellopták. Tehát de hogy mész oda más? Ugyanolyan színű volt? Vagy ugyanolyan típus volt? Kicsit fáradt vagy, kicsit elmélázol, akármi, mit nézel, ugyanolyan típus, ugyanolyan színű, fel sem tűnik, hogy mondjuk nem ott álltál meg a te autóddal, miért nem nyílik. Más lakásában, mondjuk az inkább te vagy, nem? Hajnalban, nem? Persze, nyilván. Haza se találok. Igen. Feri, egyen, följen. Téged már úgy fogadnak a társaságban. Nem itt, Feri, nem egyen. Ha érzed, automatára állítják a liftet, csak hogy csak a legyen. Ha nyitva van az ajtó. Érted? Bemegy, jobbkész felől. Gyerekszoba. Itt a papa. Hasszottuk már. Vagy bújjak csak ide egy kicsit. Na jó van. És aztán oda bújsz a mamához. Igen. Hát igen. És a klasszikus egymás kosarába pakolás, illetve kipakolás. Ezt mondjuk előszeretette játszom, hát én vidáman tolom is egy ideig. Ez mi? Ez minek? Hagyjál már! És elnézést, az én kosom. Ja? Ja. Tehát az szerintem házi asszonyok az szinte állandóan csinálják. A klasszik. Hát persze, mert nem tologatod össze-vissza magad a sokszor kosarat, egyszerűen ott hagyod, vagy ezt a gurulós kocsit, aztán oda viszel minden. Az meg annál jobb, mikor annyira figyelsz a kosára, én például egyszer gyerekemet cseréltem egy másikra, bevásárlás közben, de 5 méterig jutottunk, mert az anyja elkezdett üvölteni. Én nem is néztem oda, panyesszal voltunk, és akkor mondtam, hogy gyere, kicsim, fog meg a kezem, de közben néztem, ahogy hívják ott, és ott állt egy ilyen 4 éves forma gyerek, aki megfogta a kezemet, és elindultunk el a soron, és egyszer csak azt hallom, elkezd üvölteni az anyja. Hova viszi a gyerek? Szatír! És már megnézem, mondom, Jézusom, de ez tényleg nem az enyém. Ez annyira klassz, olyan aranyosak, amikor a pici, és oda megy valaki, ez egy vadidegen. Áldó bele! A lányom ezt csináltak, hogy vegyen fel, aztán látja, hogy nem az apja az. Ez egy picit magasabb. Vagy megfogja valakinek a kezét, és ott állnak. És mi van? És akkor szép az lett volna, mondja egy gyerek, hogy pisilnem kell, és te bemész fel a férfi vécébe, és jössz ki egy idegen gyerekkel a férfi vécébe. Ott az anyja biztos, hogy beléd van. Itt is tök kellemes. Hova viszi? Sokban van! Nem akartam ellopni, van nekem is, csak összecseréltem. Mert hogy itt tartod, oda nézel, oda gyere, add ide a kezed, gyerek, megfogta, mentünk 5 métert, nagyon gáz. Ilyen durva történetet hallottam egyébként valamelyik nap, hogy úgy akartak elvinni egy gyereket egy bevásárlóközpontból, hogy eltűnt a gyerek a bevásárlóközpontból, ilyenkor azonnal ugye nyilván nem a gyereket kell elkezdeni keresni, persze azt is, de hogy valakinek szól, hogy a kijáratokra azonnal álljanak oda, hogy bevitték a gyereket, ez egyébként érdem történt, bevitték a gyereket a WC-be, és már elkezdték átöltöztetni. Jézusom. Az mennyire kemény. Hogy mire kiviszik, addigra úgy is, és ott bent találták meg, levették a ruháját, levették a kabátját, elkezdtek ráadni mást, gyorsan fölhúzni rá egy sapkát, és az anyának volt annyi lélek jelenléte,
hogy eltűnt a gyereke, egy ideig kereste, de rájött, hogy nem tudja megtalálni, odarohant a biztonsági őrökhöz, és szólt, hogy mind a két a bejáratot kiáratot azonnal álljon oda valaki, és semmilyen gyereket ne engedjenek. És ez volt a szerencse, mire a gyereket már egyébként vitték ki a bevásárlóközpontból, addigra már teljesen átöltöztetve, a WC-be megcsinálták, hogy teljesen más ruhába próbálták kivinni. És ez egy érden egy hiperbe történt. Hogy mennyire észnél kell lenni, nem? Ha egy pillanatra nem találod, ha még két percet tovább keresi, akkor a gyerekkel teljesen, ugye a gyerek nem vette észre, vagy nem sírt, vagy nyitott gyerek, vagy nem tudom, másik kabát, másik sapkába kisétáltak volna a gyerekkel. Csak lezáradtak. Csak messziről meg se láthatod. És messziről nem, azt a gyereket keresem, hogy mennyire észnél kell lenni. Fidám, mi? Jézusom. Igen, ja, most picit megöltem a bulit. Hogy hívnak? Mondjad? Hát igen, erre valamilyen szinten fel kell készíteni. De nem, hogy hívnak a kislányom? Pepper Sprite 10 000. Defenol 9 000 egyet neked. De tényleg, hogy a gyerekeket is mennyire korán erre trenírozni kell, hogy észnél legyen, ha valami idegen fogja meg, nem? És nem csak ártatlan bácsik vannak, akik ott nem tudom, hanem hogy a gyerek is észnél legyen. Jó, bocs, nem akartam megölni a bulit, csak eszembe jött. Na mindegy, olyan jól indult ez a reggel. Olyan vidám reggel volt. Itt van velünk Balázs. Hello Balázs, jó reggel. Szervusz, sziasztok, jó reggelt. Igazából én azzal a sztorival készültem nektek, hogy egy jó pár évvel ezelőtt voltunk csapatévidő tréningen Mezőkövesden, és akkor még a szállodák nem voltak annyira túl biztosítva, és egy ilyen örömittas állapotba felmentem az én kis szintemre, vagy legalábbis abba arra a szintre, amit én azt hittem, hogy az az én szintem. És bemegyek a szobába, teszek-veszek, bocsak közben rendőrök, teszek-veszek, csak benyitom az ajtón, és pakolászok, összeszedem magamnak a kis wellness tudszot, a kis töröltetőt, és furcsa volt, hogy olyan túl nagy a rend, és nem értettem, mondom, hogy hát mondom, lehet, hogy volt már szobaszerviz. És hát csak kijön a feleség, a másik szobából, ahol ilyen fürdőm, ilyen kis tusoló rész van, és néz rám, én nézek rá, én mondtam, hogy bocs, ő meg nézett, hogy maga tolvaj, nem mondom, én nem vagyok tolvaj, és akkor azt mondja, hogy ő szólok a félre, de higgy el, mondom, nem mondom, ez egy félreértés. Ő pont az zuhanyzóba jött egyébként? A másik ajtó benyitott, ahol egyébként ugye a mosdó rész, meg egyéb ilyen kis előkészítő rész van. Én meg ott álltam a szoba közepén, hónap alatt a kis táskával, ami egyébként nem is az enyém, nem az én törölközőmben, és nem az én fürdőköpenyemben. Én azt nehéz elmagyarázni, hogy te nem vagy tolvaj. Igen. Igen. Hát baromi ciki volt a sztori. És akkor mondta, hogy hát ugye fogsz szólni a férjének, mondom, de nem kell szólni a férjének, és akkor ugye addig magyaráztam, mondom, hogy higgy el, hogy nem vagyok. Aztán ugye a többiek is feljöttek, megjött a férj, és akkor elnézést kértem, de hát baromi ciki volt, ugye én égtem, mint a rejszág, a nő mondta a magáét, a férj meg ugye most kinek adjon igazat, meg eleve elég ciki volt a sztori, hogy ott van egy pasi, fürdőköpeny, törölköző, plusz a hóna alatt a kis táskájával. Figyelj, veled se volt udvarias a hölgy, mondani kellett volna kifelé a szobából, hogy majd hívlak. és utána még el is ver a férj. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Szervusz, sziasztok. Köszi, hello Balázs, ciao. Azt mondja, hogy vannak SMS-eink. Keresztapám egyszer 10 dekar libamájat tett más kosarába, amire azt vettem észre, hogy egy házas pár ordibál egymással, hogy akarnak így spórolni. Azt mondja, hogy hello, csomagtartóban be, micsoda? Csomagban, a csomagtartóban nem a miénk volt, kiszedni már nagyon kellemet volt, a gyerek közben hangosan kérdezte, hogy ez nem a mi autónk, írja Blanka. Ezek valószínű régi történetek, azért ennyire nem könnyű bejutni más autójába. Nem, hogy csomagtartóba berakod, hát azért fa kell, hogy legyen az autó. Hogy raksz be egy csomagot más csomagtartóba? Ez még a békeidőből származik. Amikor még az összes trabant kulcs nyitott a másik trabantot, igen. Van még egy SMS. Varsóban egy konferencián másnaposan rossz meetingre ültem be. 10 perc után gyanús lett, hogy samponokról és fogkrémről volt szó. Én az elej CD iparban dolgoztam. Írja nekünk egy hallgató. Engem majdnem megütött a buta, amikor 3 hetes új autó nem nyílt ki távirányítóval, rángattam, úgy sem nyílt ki, természetesen egy másik autó volt. Párommal BKV-n utaztunk, kapaszkodtam a korláton, egy öreg hölgy állt mellettem, aki szintén kapaszkodott, a párom egy hatalmas szuppanósat nyomott az öreg néni kézfejére, írja egy hallgató. Sogornőm a parkolóban egy ugyanolyan, csak nem éppen 5 ajtós, hanem 3 autós autó mellett kétségbe esettem, mondja, és most hová lett az ajtó, hogy fogunk beszállni? Jaj! Igen. Metróba hátranyúltam a tömegbe, hogy megfogjam a barátnőm kezét, a mozgó lépcsőnél szólt a néni, hogy hová viszem. Igen.
De ez egyébként helyes, hát a néni egy ideig reménykedett, hogy nem. Hát ha lesz valami. Igen. Apukám bringával ment a boltba, amikor hazajött, akkor vett észre, hogy másikkal jött haza. Igen, hát ez falvokban, kisebb városokban, gondolom ez egy hétköznapi dolog. Nem is gond, hát úgyis visszaviszed. Holnap is mész. Hát vagy aznap még kétszer. Igen. Egyszer apukám majdnem megvert egy gyereket a boltban, mert rosszalkodott. Azt hitte, én vagyok. Mondjuk az már. Akkor belé. Az olyan belézte. Van egy hallgatónk, aki egy másik hajóba szállt be. Igen, én rossz vitorlás hajóra szálltam éjszaka, mert átkötötték a hajót, és a sötétben nem ismertem meg. Szépen lementem a kabinba, elkezdtem levetkőzni a hálófülkében, mire valaki felült az ágyban. Cipő nélkül rohantam fel, kis ilyen a Balatonba ugrottam. Nem az én hajóm volt, írja Belinda. Az milyen, amikor még szépen be is fekszel mellé, nem? Nyomsz egy puszit az arcára, jó, meg azt hiszed, hogy a férjed fekszik melletten. Az mennyi, és a döbbenet, hogy egy vadidejű embertől leget, oda simulsz hozzá, és a fura az egész, hogy olyan valahogy nem stimmelnek az arányok, hosszabb a haja, mi ez a szőrzet az arc. Fú! Az nagyon meleg lehet. És ha túl is vagy rajta, és reggel derül. És jobb volt? Igen. És sokkal jobb volt. Nem föntkezdett, hanem lehet. Igen. És valami egész más találsz, viszont sokkal jobban tetszik a dolog. Akkor az nagyon kemény, igen. Mintha kicseréltek volna. Igen. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Bizonyos kezdeményezések alapján már, ugye nyilván Amerikában jön a dolog, de Magyarországon is meg akarnak csinálni olyan éttermeket, ahonnan kizárják a gyerekeket. És egyre több olyan étterem nyílik, mint Amerikában, mint Magyarországon, ahol talán első hallásra egy kicsit furcsának tűnik, talán öngyilkos merényletnek is önmagunk ellen, de nyíltan kimondják és nyíltan felvállalják azt, hogy ott abban az adott vendéglőben nem férnek be gyerekek az üzletpolitikába, és egyszerűen be se hozhatod őket. És akkor ki van rakva ilyen matrica a portára, hogy áthúzott hajléktalan, áthúzott kutya, fagyi? És áthúzott gyerek, fagyi. Fagyi igen, gyerek. Fagyit sem. Igen. Nem vihetsz be gyereket az étterembe. És hát ugye mi nagyon szülők vagyunk, csak érdekel a véleményetek, hogy ez jó dolog, nem jó dolog. Nem ítélem el elsőre egyébként. Én tökre mellette vagyok, hogy legyen olyan, ahol nem lehet. Én imádok a gyerekeimmel lenni, de eszembe jut egy... De néha ebédelnél nyugodtan. Igen, ismerem az érzést. Meg figyeljetek meg, az a pillanat, és ti is emlékeztek rá, mert együtt voltunk ott, most nem mondom ki, hogy melyikünk gyereke, és tök aranyos volt, és imádta mindenki, az egész étterem imádta az egyik volt a gyerekét. Soma. Igen, de volt egy pár... Az a Benny volt. Aki igen, utáltam, az a Benny de volt. El is meséltük, igen, azért igen, mondom. Igen. De volt egy pár, akik szegények szerelmi randin voltak, és akkor akartam megkérni a srác a kezét. És a gyerek mit csinált? A lány kezét akartam megkérni. A gyerek kiszúrta, hogy ők az egyetlenek, akik nincsenek vele, tehát őket meg kell puhítsam. Igen, ez Benny volt. Ez egy Veszprémi étteremben történt, emlékszel? Igen. Igen. Na most nem nagyon hagyta őket békén. Nem örültek. Én megpróbáltam egy ideig megrendszabályozni, hát eljön az a pont a szülő életében, amikor azt nem tudok mit csinálni. Amikor így elereszted, és azt mondod, hogy anyja, fia. Igen. Én mindent megtettem, próbáltam magatokat jól érezni, egy italra vendégeim vagytok. És szülőként tökre veled vagyok. Tehát szülőként én is azt mondom, hogy gyerekem van, te is hozd el a gyereked, eljátszanak a sarokba, igen, a gyerek futkározik, a gyerek kiabál, ilyen. De ha egy picit áthelyezem magam a másik oldalra, és mondjuk én vagyok az a férfi, aki ott meg akarta kérni a barátnője kezét, és van egy bárkinek a gyereke elkezd vegzálni, és odajön, akkor az meg sok. Igen, hát, ott azt hiszem az volt, hogy a Benny tanult egy-két új szót, és ezt a fiúnak akarta mindenféleképpen megmutatni, hogy milyen szavakat tanult. És egy ideig mosolyogtak, aranyosak voltak, aztán már nagyon ronnan néztek rá, aztán már megpróbálták lábbal alébb tessékelni, aztán már morzsát dobtak neki. Egy gyűrűt, hogy... Igen, aztán már morzsát dobtak neki, utána eldobtak egy gombot, vagy itt hát a gyerek utána megy. A gyűrűvel mindig megpróbálkozott, nagyon nem jött össze, a gyerek pedig bármit hallott a mi asztalunknál, átment az ő asztalukhoz, és vidáman próbálta közölni, hogy akkor most megint tanult valamit. Én imádtam a sztorit, és valószínűleg az étteremben levő összes ember imádta, kivéve őket, kettőjüket. Szerintem van egy bizonyos kor, ameddig egyszerűen a gyerekek nem alkalmasok arra, hogy elvidd őket egy ilyen nyilvános helyre. Az első 10-15 év így van. És, de utána már a többi meg már nélküled is működik. Utána meg már viszont megoldja egyedül. Szerintem kell lenni olyan helynek, ahova te elviheted, én is szeretem őket vinni, és legyenek velünk. De hogy legyen egy olyan hely, ahova te, ahol, vagy legalább egy külön terem, egy leválasztott rész, ahol ha te kettesben gyerekmentes övezet. Igen, egy ilyen kis gyerekmentes. Mint régen a dohányzó, nem dohányzó. Azt mondjuk megszüntették, most legyen egy ilyen gyerekes, nem gyerekes. És ez nem diszkrimináció, még egyszer mondom, én is imádok a srácokkal elmenni bárhova. Csak ha van olyan dolog, amit ilyen kicsit romantikusan, azt azért keresztül tudja vágni a gyerekségét. Ez Amerikában működik, itt arra lennék, hogy Magyarországon mennyire lesz ez diszkriminatív, hogy majd azt mondja, hogy ide gyerek nem jöhet be.
Tehát mondjuk tételezzük, hogy te mondjuk valahova mész. Baromi éhes vagy, az az egy szem étterem a környéken. Kiszállsz, megörülsz, hú de jó, látod, hú de klassz, végre találtunk egy éttermet. Kiszállsz? Mennél be a srácokkal. Kiszeded a két gyereket a kocsiból, fölöltöztet kocsi, tudod. Igen. Mennél be a srácokkal, és egy mosolygós gyerek egy nagy XL, piros XL áthúzva, és mondjuk azt a gyerek no, nem... No. Igen, és mindegy ketrezbe bezárva 10 gyerek téli kabát. Igen. És mondjuk gyereket nem vihetsz be. Hogy akkor is akkor is így reagálsz, hogy hát megértem, hát kellenek olyan helyek, ahova a gyerek nem mehet be. Ugyanakkor én is a te oldaladon vagyok, tehát nekem azzal nincs bajom, hogy vannak olyan éttermek, vannak olyan menüsorok, vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem, tényleg nem ülsz ott két órát egy 4 éves gyerek, mert nem bírja, föláll, unatkozik, te viszont azért miért oda, gyere, hogy mondjuk... Soma, a degustációs menüből most megkóstoljuk ezt a kis falatot. Egy laza 8 fogás, 3 óra alatt végig eszünk. Hagyjatok enni. Mert úgy elvileg nyilván a gyerek itt, tehát miért nem mehetnék be ugyanakkor gyerekkel? Nem? A dolog érdekes, ez Amerikában elhiszem, hogy működik, Magyarországon nem vagyok benne biztos, hogy ez működik. Úgy van kint, hogy mondjuk ketté választva az étterem? Nem, vagy nem, bizonyos, csak nem mehet be gyerek. Tehát azt tudják az megmondani, hogy 8 vagy 10 éves kor alatt nem mehet be gyerek. Mm. Tehát nincs. Nincs egész egyszerű. Hát ilyen helyzetben, ha csak az az egy étterem van, akkor az gáz. De hát biztos az nem vállalja be, mert ha van mellette egy másik, és oda te be tudsz menni a gyerek, akkor nincs gond. Szerintem aki ezt megengedheti magának, azok ezek az osztályon felül éttermek. Tehát ahol mondjuk olyan közönség van, olyan fizető közönség van, aki el is tudja tartani a helyet. Szerintem az éttermeknek a nagy része ma Magyarország nem engedheti meg azt, hogy így szelektálja. Jó, de hogy lövöd be a korhatárt? Tehát mit mondasz? Tessék. Mit, te egy ilyen étterem vezetője vagy, mit mondasz? Hány éves gyerek ne jöjjön be? Szerintem 7 éves. Mit mondasz? 7. 7 éves gyerek. Igen, az általános iskolás gyerekek már gyönyörű szépen tudnak viselkedni. Nem, az én gyerekem mondjuk már 5 évesen, vagy a Feri gyerekem még végigül egy órát, akkor miért nem mehet be 5 éves? Az én már 3 évesen ezt megcsinálta, csak hát csak azért gondolom, hogy az enyém már az anyja hasába késsel emet, érte. Hát igen. Igen, egy csokornyakkendővel a nyaká jött ki az anyja hasába. Az enyém nem, csak ha az étlapban voltak olyan fogások, amik szimpatikusak. Bármit nem evett meg. De mi a korhatár? Hova lövöd be? Azt mondtad, hogy mondjuk 7 éves kor alatt? De 8 éves gyerek is tud úgy viselkedni, hogy idegesítsen. Vagy egy 10 éves gyerek is tud baromi idegesítő. Tudáshoz kötni. Van egy készségfelmérő. Jön a gyerek, és hány fokon szuvidolsz éves gyerekem? Tudod, nem tudod viszontlátni. Egy gyors kocka, ez egy jó, igen. Deszertes villa, ebből mit iszunk? Hány olyan 10 éves van, aki hisztis, akinek rossz napja van, aki üvöltözik? Akkor azt mondod, 16 év alatt eljön be? 18 év alatt? Hát mit mondasz? 10 éves korton már nem jellemző a hiszti. Vagy 10 éves súlya vagyok, 7 éves, de hogy az előbb hétet mondtam. Nem, 7. Tehát 8 éves gyerek még tud úgy viselkedni, hogy a falra másszak tőlem mondjuk egy étterembe. Mondjuk mióta nekem gyerekem van, egészen máshogy állok a gyerekek. Ezt maguknak túró gombot! Szólja már a gyerekére. Tiszta gríz! Igen. Hozzák ide a kosztesséfjét. Csak azt teszem meg. De tényleg, akkor azt mondta, hogy 10 éves? És mondjuk én bemegyek gyerekkel, akkor kitessékelnek? Akkor nyilván kitessékelnek, nem? Szóval. Tehát akkor finoman kikísérnek? Én szerintem 14. Tehát én följebb tenném 10 évesnél is. 14? 14. Sok, azok már felnőttek felé. Nem, hát felnőtteknek szóló étterem, akkor felnőttek. Nem, ez a... Nem. 10-től már jó? Nem, mondom, hogy 7-től jó. Én 7-et mondtam, 7-et. Tehát általános iskolás kortól szerintem már jó. Az alatt húznám meg ezt a... Tehát 7-től húznám meg ezt a határt. Általános iskolás korú gyerek azért már bőven tud viselkedni. Vagy ha nem. Akkor úgy megvered, hogy megtanul viselkedni. És ha bemész el egy 8 évessel, és mégiscsak elkezdő cirkuszolni ott, mert rosszul érzi magát, hosszú az ebéd, akkor mit csinál a pincér, akkor oda megy, és azt mondja, hogy hagyják el a helyet? Hát... Kódolom az anyámnak a bérletemet, azt hazamennek együtt. Nem csak ilyen alapon, akkor azt gondolkozom, hogy gyerek nem jöhet be. Oké, akkor mit tudom én majd, akkor van, aki 70 év fölött már nem találja a száját kicsit, vagy 80 év fölött, és minden második túrógombocot, hogy benyomja a szemébe, akkor ne jöjjön 80 év fölött, mert mondjuk rondán eszik? És akkor ő se jöjjön be? És vállalhatatlan akkor... viselkedik? Igen, vállalhatatlan viselkedés, mindig nem tudom, mit csinál. Akkor hogy van? Tehát akkor csinálunk egy ilyen elitista éttermet, és akkor kirakjuk a 70 pluszt? Mert ők meg mondjuk már nem tudnak szépen enni, vagy 80, miért ne tudnának egyébként? Tudnak. Tehát azért, mert valaki idős még nem felejt el enni. Csak mondjuk, nem? Tehát ilyen alapon akkor bárkit ki lehet szűrni, akkor lesz jogos. Egy elitista réteg egy bizonyos étterembe. Ugyanakkor tényleg egyébként nem vagyok álságos, megértem, hogyha te elmész egy
egy olyan, ahol van egy nemzetközi séf, mondjuk van egy Michelin csillag, végig akarsz enni egy menüt mondjuk, meg akarod kóstolni, azért utaztál oda, akkor nyilván nem azt akarod hallani, hogy Pisti, kedd meg a túrogombócot, hogy úgy fejen váglak, hogy kiugrik a szemed. Tehát nyilván nem ezt akarod hallani, nem? Igen, ne gyújtsd fel a bácsik a bátyát. Igen, ha még egyszer nem eszed meg a tarhonyát, mondjuk olyan helyeken nyilván nem is, igen. Ugye? Nem nagyon. Ha még egyszer nem eszed meg a krumplis tésztát. Egyébként tök igazad van. Otthon is ezt kapod. Valószínűleg inkább úgy kellene ezt a dolgot csinálni, hogy, hogy legyenek általános érvényű szabályok, amik mindenkire igazak. Igazak a gyerekekre, felnőttekre, meg adott esetben az idősebbekre is. Minden egyes vendégre. Én például kifejezetten utálom, hogyha mondjuk véletlenül, hogy nem. Nem engednek be, mert alul öltözött vagy. Igen, mert hogy nem akarnak átengedni gumicsizmába a kordonat. Igen. Hogyha egy ilyen nagyobb természetű társaság, vagy nagyobb természetű úriember ül mellettem mondjuk egy asztala, vagy két asztala, hát nem, de. Hogy aki, tudod, ez a hőzöngős, hogy hívják, kolós, hangoskodó, aki ez a kikéri magának, aki nem tud úgy beszélgetni a párjával, hogy közben tényleg ne rezegjen a csillár, stb. Tehát, hogy az is zavarja meghitséget, vagy zavarhatja legalább annyira, mint egy kisgyerek. Na jó, de ilyen alapon akkor nem menjél létre, mert már mindenki zavar. Én meg ha balkezesül mellettem, akkor mindenki zavar. Nem azt mondom, csak nem tudsz mindenkit kiszűrni. Hát ilyenkor kellene jönni akkor az üzletvezetőnek, meg a pincérnek, és akkor azt mondani, hogy de nem mennek oda. Soha nem mennek oda. Én még soha nem tapasztaltam olyat, hogy valamikor valaki ez hogy elnézést legyen egy picit halkabb egy decibel mérővel. De nem kidönti, hogy azért, mert téged zavar, ugye ez is egy érdekes helyzet, hogy meg elment jól érezni magát, elment egy halászüdít koncertet 11-től utána elment élete éttermű. Tessék? Nem, arra, hogy mondjuk valaki elmegy jól érezni, tehát kidönti el, hogy ő idegesítő, azért, mert téged idegesít. Tehát ilyen, nem tudom, ez egy nehéz kérdés egyébként, de ez a gyerekes dolog szerintem se rossz. Egyetértek vele. Figyelj, ha te is normálisan állsz hozzá, mint szülő, hogy azt mondod, hogy jó, oké, értem, ide tárgyalni járnak az emberek, meg élvezni a gasztronómia csúcsait, akkor nem viszed oda, vagy ennek szerintem. Csak legyen mellett egy másik, ahova viszont viheted. De ilyenkor te szólsz a pincének, hogy szóljanak rá? Nem. Nem? Az én nyúl vagyok. Igen? Hát persze, nem akarok már ott fesztivált csinálni. Meg az a baj, hogy már az eleve még jobban megmérkezi a hangulatunk, még jobban rátelepszik a hangulatunkra. Tehát, hogy így, hát ez van, így jártunk. Inkább ezt így lenyeljük a béket, aztán annyi. Aha. De a hőzön gordibál, az zavar? Tehát, hogyha... Igen, ez aki hangoskodik, aki megy ott két pálinkát, és akkor már nagyon jól érzi, hogy csapkodja az asztalt, röhög hangosan, és izé, és hát de jól érzi, és adott esetben... Ez a mi baj? Hát vannak olyan helyek, ahol mondjuk én nagyon ritkán járok ilyen helyekre, ezt hozzáteszem, ahol mondjuk így nem nagyon passzol a helynek a milliójéhez. Túl elegáns ahhoz, hogy csak azt a csapdos. Igen. Ha már egyszer egy ilyen meghitt pillanatot akarsz ott átélni a kedveseddel, hogy oda akarod adni neki ezt a gyűrűt, hogy meg akarod kérni a kezét, hogy ez egy fontos pillanat az életeteknek, akkor ne arra emlékezzetek már, hogy valaki... Ott volt egy kis gyerek, aki állandóan új szavakat mondott. Egy kicsi szőke gyerek, aki nem hagyott titeket és új szavakat mondott. Igen, szerintem egyébként ezt Magyarországon nem nagyon merik majd sokan megcsinálni. Nem. Nem vagy olyan helyzetben, hogy te megtehesd azt, hogy gyerek ne jöjjön, nem? Konkrétan éjjelhalsz, igen. Az elit vendégeket a gyerek zavarja, de a pulikutyákat engedjék be, írja Szír. Igen. 80 év felett ki kell írni csak szülői felügyelet. Igen, ez is szerint. Jönnek meg a sértegetések. Mostanában nagyon sok a Boros Lajos féle poén a műsorba. Elég sértő voltam? Veled játszunk. Igen, ez azért durva volt. Igen, ez most nagyon... Lajosan mi lehet? Igen. Igen, jó, egyébként sokat gondolok rájuk. Sokat, Lajos a kevesebbet, de jó lenne a Gábor valamilyen formában valahogy visszatérni. Én nagyon drukkolok nekik, bár ahogy láttam most a hazai piacot, meg a harci helyzetet, azért itt, ami a háttérben zajlik, erre viszonylag kevés az esély, de nyilván azért is gondolok rá sokat, mert naponta egymásra villogunk, tehát hogy ez egy... De ő hova megy? Amikor te jössz. Hát ezt azért így nem kérem rajta számon. Gábor, hova mész? Hova? Nincs is munkád. Hova az iskolába megy? Hova indulsz? Nem rájössz, Gabi. Nem tudom, hát gondolom gyereket viszi. Oviba, médiaiskola tanít, nem tudom, de... És mindig így kommunikálnak reggel két egymás. Gábor azért, mert köszön, Balázs, meg azért, mert Gábor egy egyirányú utcába jön messze. Én megyek az egy ilyen. Gábor nagyon villog, mutogat egy táblár, mondom, hogy bocsánat, erre... Bocsánat, erre rövidebb. De nem komolyra fordítva, tényleg jó lenne, ha jönnének, meg lennének, vagy most Lajosostul, vagy nélküle, nem tudom, de... Én drukkolok nekik, meg tényleg. Nekünk is jó, amikor... Puhatolózás, nem? Vagy az van! Igen, de nem tudom, hogy mennyire konkrét.
Szerintem annyira nem. Hello, Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Kérdezz már meg tőle egyik reggel. Mert ahogy megállunk, múltkor lassítottunk egymással szemmel, csak én telefonáltam. És ő meg akart állni beszélgetni egy kicsit, csak látta, hogy én beszélek, és hová gurultál. Letekerte az ablakot, én meg nem is lassítottam, dehogy is. Nem. Mert egy csomószor dumálunk, egy múltkor összefutottunk ott a bevásárlóközpontban. Szia, Balázs! Szia, Balázs! Nem, múltkor összefutottam vele meg az Andival. Hogy rajtjálom? A bevásárlók köszönöm, és akkor 10 percet beszélgettünk. Tényleg? De sokszor találkozunk. Egy hát kosár volt már csak is az, amit hoztak. Igen, meg 10 dek a brissajt, és ezzel nagyon, nagyon összekaptunk, hogy ki legyen. Igen. Szóval a gondoltakkal ellentétben kifejezetten szoktunk dumálni, meg örülünk egymásra, köszönünk, villogunk, csak nem mindig tudunk beszélgetni. De meg akarom állítani már valamikor, hogy ha Gábor, hogy nem tudod ezt esetleg megerősíteni, ezt, amit most az előbb elmondod, ezt a Balázs, akkor 0636450000, dob már egy SMS-t. De alszik még. Mondom, 2 hónapja tényleg egy pont egy bevásárlás közepette. Vitattuk meg az élet nagy dolgait. Ő ketten, én egyedül. Nincs benne, nem akarom befejezni. Ja, nincs benne semmi kielezett poén, meg semmi, hogy miért voltak ki. Nem, Andival mentek a vásárra. És hogy mint? Hát talán nem is ebben a stílusban. Igen. Hogy vagy nagy uram, hogy vagy vezérem? Igen, hogy vagy mindig? Ez itt a Morning Show! Na, tesztelünk, egy érdekes tesztet láttunk az interneten, és arra gondoltunk, hogy megpróbálunk ennek utána járni. A téma szakértője Jani, már csak azért is, mert ő tömi magát ezekkel a cuccokkal. Te eszel ilyeneket? Vagy a gyerek eszik? Vagy te is eszed, nem? Egyébként előszeretettel fogyasztunk kukoricapehelyet. Igen, a teszt alanya a kukoricapehely. János egyik, mondhatni... Alapélelmiszere, főtápláléka. Igen, főtápláléka. Mindenféle műzliknek az alapanyaga lehet, egyébként egészséges is, kellemes is, gyakorlatilag ízetlen, mert hogy kukorica íze, nincsen benne semmi extra, de lehet mindenféle finomságokkal ízesítgetni. Egyébként talán magára a tesztre nem is annyira jó szó az érdekes, inkább az ijesztőt használnám. Igen, hát azt amennyiben hogy, igaz. Azt gondolt, hogy egy egészséges, bár akkor ezek szerint egy vívőanyagot hordasz be a szervezetre, mert íze nincsen, bele kell tenni, vagy csokit érted, vagy asszal gyümölcsöt. Hogy valami íze legyen. Nem is értem ezt az egész kukoricapehelyet, mindegy, de azt gondolt, hogy egészséges, és ezzel ellentétben mi van benne? Fém. Állítólag fém van benne, igen. De hogy nem ilyen oldott formában, meg olyan mennyiségben, amilyen minőségben egyébként az embernek fel sem tűnne, hanem a teszt alapján gyakorlatilag olyan mennyiség, ami már szemmel, már vizuálisan is érzékelhető. Igen. Én mindig kicsit szkeptikus vagyok a videókkal kapcsolatban, amit az interneten látunk, de akkor nézzük meg, hogy működik-e. Ugye miről szól a dolog? Valaki az interneten be akarja bizonyítani azt, vagy be akarta bizonyítani azt, hogy ezekben a kukoricapelyhekben, amikor ezek beleáznak a te kis tejecskétbe, néhányan még vízzel is eszik, az mondjuk elég bizarr, akkor kioldódik belőle valamilyen fém, vagy fém származék, és ezeket mágnessel egész egyszerűen ki lehet mutatni. Összegyűjti a mágnes, ugye most nem arra kell gondolni, hogy a kukoricapehely ráugrik a mágnesre, hanem ugye megvan ennek a kísérletnek a fontos része, hogy hogy kell csinálni, és egy adott pillanatban, amikor mágnes teszel az acskó fölé, akkor az apró, kioldódott kis fém részecskék, vagy nem tudom pontosan, hogy mi, azt a mágnes összegyűjti neked az acskóban, és ezáltal azt demonstrálják, hogy mennyi fémet eszelte meg, amikor kukoricapelyhet eszel. Ugye? Mindenféle származékokat, alumínium, ez az nem tudom. Honnan jön a fém? Honnan kerül bele? Ez egy érdekes földből. Dolog. Tessék? De a fémek a földből van. Talán de jöhet a világűrből is. Belesugározzák a világűrből. Hát valószínűleg olyan gyártási eljárás történik, amikor amelynek során így belekerülhet, mert hát ugye így a természetben viszonylag nehezen lelhető föl ebben a formában, tehát ott van valamilyen igen. Olyan eljárás, ami során ugye a kukoricából kukoricapehely lesz. Egyrészt ez, másrészt meg lehet, hogy miközben termesztik ugye a földbe kerülő fémeket magába szívja. Ki tudja, de nem is ez a lényeg az egésznek. Van-e benne, vagy nincs benne fém? Ehhez nekünk ugye gyakorlatilag azt kellett összehoznunk, azt kellett újra létrehoznunk, amit látunk a videón, ezért mi előre beáztattunk 3 különböző fajta kukoricapehelyet. Most azt én mindenképpen hangsúlyoznám, hogy nem itt egy bizonyos fajta kukoricapehelyről van szó, igazából nem is tudjuk, hogy milyen fajtát használtak. Az a lényeg, hogy van-e benne, vagy nincs. Mi 3 fél
Gergővel fogunk kísérletezni, de azért természetesen szemléltetnénk, hogy pontosan miről is van szó. Ez egy zacskó, mutatom, ugye? Lehet még értelmezni a kísérletnek ezt a szakaszát. A zacskóba belerakunk egy kis cornflakes-et. Nem lesz bajom, ha én ezt megkóstolom? Nem érkezd magad ilyen teljesen értelmezhetetlen, számunkra totálisan, tényleg értelmezhetetlen dolgok, mint a kukoricapehely. Igen, csak mielőtt itt nagyon belemennél a kísérletbe, csak mondom, hogy a kísérletet egyébként ugye online is lehet közvetíteni, mi közvetítjük, meg tudjátok nézni. Hol vagyunk? A morningshow.hu-n, ha rá klikkeltek az élő közvetítésre, akkor... Élő 102. Igen, ha bejöttek ide, akkor meg tudjátok nézni élőben. De a morningshow.hu-n online közvetítés zajlik. És a Facebook oldalunkon is rákészültünk, mintha valami olyan dolgot akarnánk most bemutatni, amit még a NASA sem mint tud. Ha mennénk az űrbe. Igen, majd megyünk. Nagyon durva. Online közvetítés, mágnesek, kukorica, pelyhelyek, üvegpohár, víz, minden van. Úgyhogy már is nekiállunk tesztelni. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Ne egyél többet, Jani, mert rátapad a mágnes. Az a baj, hogy... Az alumíniumot nem vonza a mágnes. Dehogy nem, gyerekek. Ez a mágnes azt is. Higgyétek el, itt olyan mágnes van, hogy itt ez mindent vonz. Gyula olyan dolgokat hozott nekünk, hogy a hajunk égnek áll konkrétan. Olyan mágnes hozott be, ami Gyulán, hogy ő a saját bevallása szerint például arra szokta használni, hogyha mondjuk a furt kútba beleszakad a búvár szivattyú, ezzel húzza fel. 250 kilóig bármit felhúz. Amit nyilván ugye, hát most egy farönköt nem, de amit ugye a mágnes oda tud vonzani magához, azt felhúzza. Hát ha lenyelem ezt a 10-es kulcsot, akkor engem is felhúzhat. Igen. Egyébként a mágnesek az elejét szemléltethetnéd is. Megmutatom. De várjál, használjuk ezt, hogy... Behozhatnád itt az autót. Mutatom akkor, jó? Mert egy online közvetítésünk is van. Van ez a gyerekek kezébe is való, ilyen általános iskola, fizika, kémia órán felelhető ilyen gyerek mágnes, hát nekünk nem ez kell. Ugye tulajdonképpen ez így odaragad a kulcshoz. Ovisoknak. Ez játszódjanak ők vele. Ez ovisoknak való. Ez így néz ki. Mutatom azoknak, akik online követnek minket. Ez egy ilyen kis kis gyerekjáték. Mi sokkal komolyabb ligában focizunk. Igen. Na, mutatom a második mágnest, de még ez sem egyébként a kísérleti eszközünk, ugye? Ez már egy kicsit erősebb, ez már azért így, hát meglehetősen gyorsan magához szívja. Hányas kulcs? 10-es kulcs? 18-as? Rá van írva. Tessék? nem, mintha egyébként lenne jelentősége. Hányas kulcs? Ez is így, ugye, magához vonza. Basic, de tessék? Nem ez a lényeg. Így van. Ez csak a basic kategória. De hát ez gyenge kezdőknek való, mert van itt valami, amit már nem tudom, hogy hol. Itt van. Ő az. Úgy kell letépni a kulcsokra. Ő az, amit úgy kell letépni a kulcsokra. Ez egy minimális vas, vagy bármilyen olyan fém, amit vonz a mágnes, ugye van a kukorica pehelyben, akkor ez oda vonza. Csak lángvágóval lehet róla eltávolítani minden. Ez úgy néz ki, hogy leteszel különböző kulcsokat magad elé az asztalra, így, és fogod ezt a kis szerkezetet, és hát az ujjadra vigyázol, hogy ne csippentse oda. Egy ilyen körülbelül 10 centis távolságból ez az összeset felszívja, és magához szívja, és ezt utána nem lehet leszedni róla. Ez mennyi? Ez egy ilyen 3x4 méteres kis kocka mágnes, centi, ugye? Centi. A métert mondtam? Aha. Jó, túlozzunk már kicsit. Jó, 3x4 méteres. Nem mindenki néz minket online, egy kicsit tudunk hazudni. Oké, csináljuk ezzel, nem? Persze. Nézzük meg ezzel, leszeded róla? Természetesen, nagyon szívesen. Utána pedig megnézem, hogy van-e amalgám előtti tömés a fogaimba. Vigyázzál, mondom, nekem a gépet tönkretette. Na. Ilyen van a gázórádon, Jani? Tessék? Nem, az profi. Azért, hogy ilyen. Nem, már valami ilyet tesznek a gázórára. Így van. Nem, ezzel aztán nem forog. Mert Gyula azt mondta, hogy ráteszed, addig nem forog, de leszeded, akkor viszont gyorsabban kezd forogni. De ezt ő honnan tudja? Ajánljuk. Tessék? Hát mert most bukott meg. Most mondták neki, hogy Gyula, nem szép dolog. Ez olyan. Az nehéz. Jó. Na, oké. A kukorica gránát is fémből van, írja nekünk egy hallgató. Köszönjük. Ki az, aki elhiszi, ki az, aki nem hiszi el? Szkeptikus vagyok, nem hiszem. Elhiszem. Én elhiszem. Te, aki ezt teszed, legalább ne higgy benne. Ha ez lenne benne, te napi egy kilót ebből megeszel, neked már rég a hasadra fel kellett volna, hogy ragadjon a mágnes. Valamennyi. Jó, tehát te azt mondod, hogy ez létezik. Odarogat az övcsapom. Jó, próbálj megfejteni, hogy kerül bele, tényleg, ha van. De hogy kerül bele? A földből nem nő bele a kukoricába, az biztos. A gyártási eljárás folyamán, amit nem tudom, ott vannak ilyen forgó alkatrészek, és arról lemorzsolódik.
Hát elviekben van, ami ugye ezt a kukoricát előbb tudomásom szerint pépesítik, utána pedig mindenféle ilyen hengereken szétlapítják. Teljesen egyszerű, banális dolgokat kérdezek, hogy például, ha ezt mindenféle kálciummal, meg ezzel, azzal, meg nem tudom mivel dúsítják, akkor az ebben a formában azt a mágnes megérzi, a szerves vagy szervetlen? Nem, mondjuk vasat tesznek hozzá, csak kérdezem, most lehet, hogy teljesen laikus kérdés. Csak mondjuk azt mondjuk, hogy vassal dúsított. Oké. Okay. Akkor úgy dusítják vassal, hogy utána ezt a mágnes megérzi. Na most csak kérdezem, csak most komolyan kérdezem, ugye, hogy ez hogy van? Ugye, hát olvasod, hogy vassal dúsított. Most ugye nyilván vagy szerves vagy szervetlen formában valahogy megpróbálják belerakni a vasat. Akkor utána ezt a mágnes kiszedi? Lehet, hogy mi csak annyit látunk, hogy a vassal dúsított cornflakes összeszedi a mágnes? Uh-huh. Nem? És most akkor nem tudom. Tök jó, akkor helyén van. Akkor van benne vas. Ezek natur cornflakes, ez nincs dúsítva semmivel, tehát direkt olyat hoztunk. Igen, most azon a videón, amit mi láttunk, itt azért nem elemi részecskékről van szó, hanem egészen konkrétan egy marékvasról. Igen, ami már mint ami kijön belőle a végén. Jó, a kukoricatáblát támadó seregi bandát, ha lelövik, akkor nem? Igen, akkor úgy kerülnek bele egyébként a söréttel. Jól. Igen, na nézzük akkor. Ugye a lényege annyi ennek a tesznek, hogy le van írva különböző stádiumokban, hogy kell ezt megcsinálni. Jani most szemlélteti magát a dolgot az online nézőink kedvéért, hogy ez hogy van. Ez itt a nejlonzacskó. Ez nejlonzacskó. Az ott a kukoricapehely. Cornflakes. Nejlonzacskó, cornflakes. Pohár víz. De és tényleg szemlélted. Ez a gyerekek, a Minden Tudás Egyeteme ehhez a műsorhoz képest most, amit mit csinálunk, sehol nincs. Szólítatlan öveges professzornak, Jani, ezután. Dokikám, ös bele a vizet, nagyon jó. Na, víz is benne van. És itt jön A csomó. Jani olyan csomót tesz a nejlonra, hogy megbolondultak. Rátetted a csomót. Itt ugye hagyni kell egy órát ázni, legalábbis a videó azt mutatja, hogy ők hagyták ázni a kukoricapehelyet egy órát a vízben. Így van, sékeleg. Kogán törvény. Hogy nem, ha kicsit jobbra svenkelsz, akkor itt már láthatod, hogy van olyan kukoricapehely, ami már egy órája ázik vízben. Itt van ez a kukoricapehely, egészen váratlanul. Hát én nem tudom, hogy ez a természetes állaga ennek, ez már ilyen pépéázott. Kusztus, hogy ezt hogy bírod megenni? Mert nem így néz ki, amikor beviszem. Nem áztatja. Vadon professzor, mi a következő lépés? Hogy kell megcsinálnunk magát a tesztet? Mert én láttam a videót, ott valahogy úgy csinálják, hogy összenyomja a nejlont, amiben ugye tele van vízzel meg levegővel. Tudjátok, a nejlon miről kapta a nevét? Nem. Nem tudjátok? Az anyagáról. Nem, állítólag... Dr. József nejlonról. Nem. Állítólag egyszerre találták fel New Yorkban és Londonban. És a nejlonnak a rövidítése az azért egyébként nylon, mert hogy New York és London. És ebből a két városnévből kapcsolták össze. És volt egy párhuzamos kísérlet Lyonban is. Igen. De nem, hogy ezért lett a nejlon, New York és London. Köszönjük, tanár úr. Bocs, hát most nem akartalak bele. Jó, nem. Holnaptól ő írja a hármas ugrás. Vadó professzor, kérjük, folytassa a kísérletet. Ugye a videóban mi történik? Mit láttunk a videóban, professzor úr? Lögybőjük egy picit, az a lényeg az egésznek, hogy mindenképpen elérhető formába kerüljenek ezek a hát elviekben létező mindenféle ilyen kis reszelékek. Így van, kioldódjon belőle, utána pedig... Nehogy ide. Igen, nagyon így kell átadnom egyébként a mágnes, hogy nehogy felrántsa a laptopot. Na. Ne tettünk rá a gépet. Ne, kinyírod. Annyira tudtam, hogy ez lesz. Kicsit, várja, le kell tennem a mágnes, kicsit felszívta a mikrofon, de igen, nem ment annyira jól. Jó, oké. És ugye azt látjuk a videóban, hogy fogja az erős mágnest, és oda teszi az acskó másik oldalára. Így van. Most én nagyon egyszerűen mondom azért, hogy mindenki értse, aki nem látja, hogy mit csinálunk. Bal kézben az acskó, benne a cornflakes, és elkezdi magát, ezt a nagyon erős mágnest ugye egy 15-20 másodpercig végighúzni a cornflakesen, ugye az acskó másik oldalán, hogy összegyűjtse a mágnest belőle, vagy hát nem a mágnest, a fémet. Ugye? Ezt mennyi ideig csinálja, professzor? 20-25 percig. 20-25 9-kor jövünk az eredménnyel. Így húzogatja rajta? Lehet, hogy lassabban. Lassabban húzogatja? Így van. Igen, lassabban húzogat, nagyobb az élvezet. Sok féme. Igen. A húzogatás lényege, professzor úr? Hát, hogy a végén mindenki jól érzem. De nem tényleg. Hát az a lényeg az egésznek, hogy gyakorlatilag tényleg abba az irányba terelje az esetleges fémszennyezéseket, szennyeződéseket, amerre a mágnes van. Aha. De egyelőre jól látom, hogy nem látok semmit. Hát mert a mágnes gyerekek alatt van, húzzad még. Tehát a Minden Tudás Egyeteme ehhez sehol nincs. Annyira beégünk ezzel a teszttel, igen. De most ez csak egyféle, lehet, hogy ebben pont nincs.
Mert lehet, hogy ebben alumínium van. Az meg ugye? Az meg nem volt. Micsoda? Dehogy nem. Oké. Okay. És most elvileg össze kellett, hogy gyűjtse? Ha elveszed, akkor ott kell, hogy legyen a zacskónál. A zacskónál ott kell, hogy maradjon a fém belőle? A zacskó és a mágnes között. Mondja, professzor úr, ha látsz valamit, amit rosszul csinálod. Baj, nem jól csinálod, csak az a baj, hogy nem látok semmit. Ott van most a mágnes alatt, ott kell. Van. Ott van. Mondom, ott nézd van. Meg, ott van az a kis fekete. Ott van, ott van gyerekek, a fény. Hajó édesanyját. Ott van. És tudom húzogatni. Tényleg ott van. Nézd meg. Ott van. Hát összeszedte, és összeszedte. Ott maradt a fekete. Megőrülök, ott van. Ezt nem hiszem el. Akkor van benne fény. És te ezt zabálod. Ekkora lúzer állat vagyok, Istenem. Ott van. Az 50-es érem meg. És tudom arra. Nézd, mozog. Várjál, meg tudod úgy mutatni, hogy tudom húzogatni. Figyeld, húzogatom, megőrülök. Követi a fém. Látod? Ez most az online közvetítőink élvezik a legjobban, mert hogy húzogatom az acskón, és ott van. Nézd, most lehozta. Ott van, nézd, követi. Hihetetlen. Oda néz. Hihetetlen, de igaz. Tényleg ott van, megőrülök. Adod nekem is egy picit, hogy nézzem meg én is. Ott van, figyelj, de oda néz. Közülbelül 20 centire van a mágnes a nejlontól, és tudom mozgatni a kiázott kis vasdarabkákat. Oda néz, most elhúzom erre. Látod? Szabad szemmel is látható, és követi le. Nagyon jó. Ha nézd, már egy másikkal is. És ebből mennyit eszel meg, Jani? Az mindegy, ha belekerül, az tedd már oda a hasadhoz ezt a mágnest. Tudod, milyen a vesét? Tudod, mit csinál a vesét? Vagy a vesét, ezt tegyük már oda. Oda teszem, és megpróbálom felhúzni. Felhúzni a beleimen keresztül. Eltél ma reggel ilyen? De akkor simán meg tudjuk nézni. Ez döbbenet. Hagyj nézze meg én is. Hát de próbáld meg akkor a másikkal. A másikkal. Na, ha valamiben nem hittem, tessék, akkor ez az. Na. Körülbelül egy fél doboz, csak csináld úgy, hogy jól feszülje, hogy minél jobban hozzáérjem. Jó sokáig kell egyébként. Mennyit csináltuk? Egy fél doboz cornflakes-t öntöttünk bele? Aha, körülbelül annyi. És... Jó, de így nem is szedted ki az eset, mert ami az acskó másik oldalán van cornflakes, abból nem jött ki. És aki nem látta, az körülbelül annak elmondva egy olyan fél cent is, olyan, úgy kell elképzelni, mintha ilyen apró kis bogarak így összeállnának, nem? Körülbelül. Ha emlékszel, ilyen fekete kis szemcsék lesznek. Fizika óra kísérletei vasreszeléket kellett mágnessel erre-arra forgatni. Na ez pont olyan, ugyanúgy néz ki. Igen, csak azt nem ettük meg. De tulajdonképpen ez akkor azt jelenti, hogy... De mi van, ha mondjuk a víz nem a vízből szívja föl? Ugye ezt én már kérdeztem akkor, amikor néztük a kísérletet, tehát, hogy a vízből nem cívhatja fel a cornflakes? Hát ilyen mennyiségben semmiképpen, hát ezt látnunk kellene a vízben. Tehát, hogy ez egy konkrét szemmel láthat, ezek nem elemi részecskék. Húzogassad közben, nem tudsz egyszerre beszélni? Na jó, csak kérdezem én, hogy mondjuk berakod a vízbe, áll egy órát a vízben, ugye mondjuk van természetes formában mondjuk vas, nem? Ugye? Van benne. Van benne, hogy nem. Tehát lehet kérdés, hogy mennyi van benne. Ezt marha egyszerűen tudjuk egyébként. Beszívja a cornflakes, és te azt abból szépen a vízből felszívott vasat nyered ki mondjuk a mágnes erejével. Mindenképpen érdekes. Egy pohár vizet beleöntünk egy üres nájlonzacskóba, és csak azon fogjuk húzogatni, akkor már is kiderül, hogy ez a vízben volt-e, avagy a cornflakesben. Valaki most kapcsolódott adásba, azt kérdezi, gyerekek, mit csináltok? Egyik kézben veszem az acskót, lassan húzogatom, mi történik? Nem, jó lesz. Nem látok semmit. Nem, ez egy érdekes teszt. Jó, mióta eszel ilyeneket? Hány éve ezt? Most komolyan kérdezem. Hát nem is tudom már, hosszú évek. Hosszú évek óta ezt eszed? Látod, Feri? Látod? A jó füstölt áru. Ugye, hogy a jó füstölt kolbász. Egy jóféle sonka nem fenyeget ez a veszély. Benne van egy kiló vas ebbe a gyerekbe. És ebbe az a szép, hogy azért teszi, hogy egészséges legyen. Ami nem biztos, hogy effektíve árt, mert lehet, hogy olyan, amiben nincs. Hát nem akarunk átársítani, és nem akarjuk azt, hogy is minden ilyen gabonapejhet gyártó cég lehúzza a redőnyt. De hogy van benne? Csináljuk meg azt, hogy beáztatjuk tejbe, és 10 perc után megnézzük a tejből, ki tudja nyerni. Jó, utána pedig gyümölcslébe. Utána pedig zabuszkán. Jó, és aztán magzat vízbe. A jó reggelt kívánunk mindenkinek. Online közvetítésünk még megy. Egyfajta önszorgalomból, de üdvözöljük azokat, akik itt vannak velünk online. Kicsit letel magad. Nem rossz az új divat, de... Kicsit folyik az óra most Balázsnak. Igen, nem az influenza járvány. Nyilván itt a hírek alatt még mindenki egy zacskóval, meg egy mágnessel még masszívan kísérletezett, aminek az lett az eredmény, hogy hát hogy nem persze, hogy az én zacsim lyukat kikarcolta a mágnes. Nem volt, csak egy ilyen fél liter ilyen kicsit elázott cornflakes darabos víz így ráömlött a pulóveremre. Nem néz ki túl jól. De hát mondjuk nyilván ez velem történik, meg igen. Na mi van? Vasember, mi?
Ugye, hát, miket eszel? Hát srácok, ijesztő. Ijesztő volt, megmondom őszintén, mert ugye egy elég szemmel is látható, szemmel is érzékelhető mennyiség jött ki a cornflakesből. Nem a vízből, ezt lecsekkoltuk egyébként. Egyrészt megcsináltuk sima a vízben. A vízben utána látszódott volna, másrészt pedig utána tényleg, ahogy Balázs is mondja, teszteltük ezt a dolgot egy zacskó vízen is. Ez bizony kukoricapelyből jött ki. Igen. Szegény, Jami. Szegény. Sok megoldás jött. Egyébként írják sokan azt, hogy hozzáadnak vasat, igen, és ezt fel is tüntetik a dobozon. Azzal sem nem volt, vagy ez kifejezetten natur cornflakes volt egyébként. Ugye? Igen, amihez hozzáadott vasat, azzal az egyébként semmi baj nincs. Írja egy hallgató, hogy orvosi minőségi vaspor van a kukorica pehelyben, és nem véletlenül tartalmazza. Ne hívjatok, kicsit rejtélyes az üzenet, de beolvastuk. Full metal, mondjad? Megölik, hogyha fölhívjuk? Nem, elárult. Full metal ez a Jani gyerek, fémet eszik, fémet hallgat. Hát srácok, talán a szíve is acélból van, igen. Ezt a tesztet már korábban is megcsinálhattátok volna. Itt vagyok a reptéri biztonságiaknál, túl a vazelines testüreg botozása. Becsippant a kapu kétszer. Cornflakes reggeliztem. Igen, azon hallgatóink kedvéért, akik esetleg most kapcsolódtak be hozzánk, ugye hírek előtt megcsináltunk egy tesztet, láttuk az interneten, nem mi találtuk ki, hogy egy cornflakes-es kis zacskóból beleöntenek egy liternyi vizet egy zacskóba, beleteszik a cornflakes-t, hagyják ázni, és utána az zacskó másik oldalán kívülről egy mágnest kezdenek el húzogatni. És fél perc után ugye látszik, hogy a kinyert vaspor, vagy ezek a kis szemcsék, vagy részecskék, ezek egy ilyen fekete kis porrá, vagy egységgé összeállva, ugye abszolút kirajzolódnak a nejlom másik oldalán, és a mágnessel ugye ezt folyamatosan lehet húzogatni. És tényleg így volt nekünk is, jött a fekete por, amit aztán leválasztottunk a cornflakesről, és ide-oda húzogattuk a mágnessel, ami a nejlom másik oldalán volt. Maga a dolog tényleg izgalmas. Az. Ebben csak az a dermesztő, hogy gondold el, hogy mennyi minden van még, amit te tényleg úgy eszel meg, hogy fogalmad nincs róla, nem? Hogy azt mondod, hogy legyen egészséges a gyerek. A különböző zöldségeken mi lehet, a különböző növényeken mi lehet, a joghurtok, a sajtok, és most nem feltétlen az összes, és mindegyik, de ami esetleg, ne adj Isten, kicsit rosszabb minőség, vagy nem úgy készül, vagy azt mondják, hogy benne van, vagy nincs benne. Nem tud egész egyszerűen az élelmiszer biztonság mindenhol ott állni és mindent leellenőrizni. És hogy ennyi jó minőségű élelmiszert meg nem lehet előállítani. Nem tudsz előállítani. Így van. De tényleg, és tömött zöldséggel, gyümölcsel a gyereket, és azt hiszem, hogy baromi egészségesen táplálkozik, és közben lehet, hogy sokkal rosszabbul jár az a gyerek, akit megtömnek egy rossz minőségű zöldséggel vagy gyümölcsel, mint aki egyáltalán nem kap semmit. Mert olyan növényvédőszerek, meg annyi minden, amit egyszerűen nem tudsz kiküszöbölni. És akkor a vas még a legkisebb probléma. És akkor meg örülnek, még... hogy eszel egy kis vasat. Így van, jól jön az a nehéz napokon. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen tesztünk. Egyébként párhuzamosan a cornflakes teszttel volt egy másik teszt is. Ott picit többen állnak az asztal körül, mert ugye volt ez a kukoricapelyhes, miként egy kolbásztesztet hajtottunk végre, és köszönjük a mezőberényieknek az ajándékot, mert ők küldték. Ők valami nagyon durvát küldtek. Hát elég. Igen. Így van. Picit jobb, mint a cornflakes. Picit jobb, mint ahogy láttam a boldog arcokat. Igen. Igen, jött is SMS-ben, hogy meghozták a kolbászt, igen. Próbáljátok ki, Jani, lehet, hogy már ő is magához vonza a mágnest, ír a Timi. Amennyiben Jani ezt fogyasztja, úgy lehet érdemes lenne, jó, ezt nem olvassuk, hogy mit lehetne még csinálni. Én most mágneseztem meg a Mangalica szalonnám, és odahúztam. Már tudom, hová lett a drótkerítés. Küldjetek el nekem, amit kinyertek, vashiányos vagyok. Előre is köszi. Írja nekünk egy hallgató. Én most kapcsolódtam be, mit húzogatsz, Balázs? Igen, tényleg, sokan írják, hogy a vízben van a vas, megcsináltuk külön csak vízzel, itt a hírek alatt, abból nem tudtunk kinyerni vasat. Nem, semmi. Tehát abból egyébként nem jött. Igen. Ez bizony a kukoricapelyben volt benne. Na jó van. Hát nem véletlen tartjuk mi ezektől távol magunkat, nem Feri? Ami veszélyes, az veszélyes. Én igen, mindig mondtam neked, Jani. Drága online nézőink, meg akartok nézni egy hármas ugrást élőben? Gondolom, hogy ez elképesztő izgalmakat rejt számotokra, de ha már van egy online közvetítésünk, akkor maradjanak itt az online nézőink. Úgy ilyen ritkán van, ugye? Ok nélkül soha nincs online közvetítés, de ez már egy ilyen nap. A teszt gyors volt, hatásos és frappáns, viszont hát ezért kár lett volna, fel kellettek ilyen korán, mármint hogy csak ezt mutassuk meg, úgyhogy hármas ugrás élőben a Facebookon és a Morning Show ott vagyunk most élőben. Ide tudsz jönni, hogy lásd a piros gombot, hogy ahogy megnyomom. Jó? Az rettenetesen izgalmas. Hát nem, ha már élő közvetítés van, csak annyi, hogy itt erre koncentrálj, ezt megnyomom, és párhuzamosan vele hallják a rádióban a szinkron. Megőrültök, mehet? Annyira jó lesz, mehet. Kész vagyunk? Kész vagyunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hoppá, gyerekek! Nagyon nagy dologra jöttem rá. Na mi van? Illetve pontosabban Viki szólt, és nagyon igaza van. Nem mondzom már. Online mutatjuk a hármas ugrás. A hármas ugrás végén ott van a Boom Software. Leleplezzük a Boom Software. Jöjjj, takarjátok. Fordíts meg.
azt nem láthatják. Át kell rúgdosnunk a hallgatót a harmadik kérdésen, nem bumbozhat. Nem bumbozhat, mert kiderül a bumb szoftver minden titka. És ez egy NASA által fejlesztett, nagyon durva szoftver. Azt nem mutathatjuk meg. Aha. Akkor Jani, a far... akkor álljon meg a harmadiknál. A farpofáiddal kell eltakarnod akkor a kamerát. A két kis fokhagyma feneket. Az enyém ahhoz kevés. Ha, micsoda? Hát ott bele. Szóljunk zsűl. Eltakarod a blendét. Edina, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hát most egyébként az egész ország azért drukkol neked, hogy ne tudd a harmadik kérdésre a választ, mármint akik online néznek minket, hogy kiderüljön, hogy működik a Boom szoftver. De azt nem fogjuk megmutatni. Oké, akkor segítsetek. Szeretni. Adjál neki enni valamit. Nyugtass meg, hogy nem a nagybabából jönnek ezek a hangok. Nem, ez a 8 hónapos kislányomból jönnek. Sírdogál, vagy nevetgél, vagy mit csinál? Nem, ő így beszélget. Ja, így beszélget. Hogy hívják? Dorottya. Dorottya. Oké, hát akkor gondolom otthon vagy vele, ugye? Most nem dolgozol nagyon. Igen. Jól van. Honnan telefonáltál? Ajkáról. Ajkáról. Izgulsz picit, azt hallom. Igen. Na, mi is? Mi most jobban? Mert ez egy baromi titkos játék. Ez a hármas ugrás. Mutassátok a Boom szoftvert. Igen, mutassátok, már írják, hogy látunk benneteket élőben. Mutassátok a Boom szoftvert. Jó. Megpróbáljuk majd megfejteni, hogy arra ne kerüljön sor, mert azt nem mutathatjuk meg. Mehetünk? Mehetünk, igen. Jó, így szól az első kérdés dedikált. Mit adunk? Nyakbalkasztót. Nyakbalkasztót. Melyik testrészen viselik a kalucsnyit? A fejen. Hogy hol? Hú, de jó, vége. Miért kapkodsz? Kalucsni. Jaj, a lábon. Így van. A lábon, így van. Sárcipő. Igen. Dorottya is érzi a feszültséget. Mert kapkodtál, ugye? Igen. Igen, egy picit hallottam, hogy izgulsz. Ilyenkor mindig érdemes egy picit kivárni. Az élő adásnak mindig van egy olyan kis varázsa, egy ilyen kis plusz feszültsége, ami miatt az ember még az olyan kérdésekre sem tudja rögtön automatikusan a választ, ami egyébként, hogyha hall a rádióba, akkor rögtön mondja. Nem kell kapkodni, nem szabad. De gyerek is most mondja, hogy sárcipő, láb. Azt akarja elmondani. Hát ez nem volt túl jó. De kár értem. Igen. Igen, de illegálisan nem látták a bumszot. Köszönjük szépen, ezért természetesen kapsz egy. Igen. Egy teljes ajándékcsomagot találjunk. Hogy nem tudtad, igen, hogy nem leplezted le nekünk a bumszoftvert, ezért küldünk neked valamit. A gyerek cumis üvegből iszik még, nem? Nyilván, miből igen. Nyolc évesen. Persze. Küldjünk neki egy bögrét, hogy hamarabb megtanuljon inni a bögréből. Küldjünk. Igen, az jó lenne. Küldjünk. Persze, meg hogyha nagy lesz és kulcsos gyerek, akkor nyakbalkasztót is küldjünk, hogy ne hagyja el a lakás kulcsát. Mi van, ha szeretni fog számítógépezni? Hát akkor szerintem mindenképpen kell. Oda egy alátétet mindenképpen tenni kell, nem? Aha, És hogyha középiskolás lesz és akar vakítani egy jó klasszos aláírt pólóval, hát most Feri, ne vakítson. Hát komolyan mondom, hát szívemből szólsz. Jó, akkor egy teljes ajándékcsomagot adunk neked, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy rendesek vagytok. De ezt most tényleg nem tudom megmagyarázni, ez most valami nagyon, nagyon nagy dolog, mert ilyet azért tényleg nem csinálunk, de gyerek is van, meg sírt is, úgyhogy ez bevált. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, puszi. Ez itt a Morning Show. Robert De Niroról kiderült valami nagyon fontos. Még így a hírek előtt látom, hogy van időnk ezt megbeszélni. Tessék? Igen. Mégis feka. Igen, hogy egy vak afroamerikai. Nem, állítólag zokniban szexel a Pali, ezért egyébként külön szeretem. Nekem az mindig gyanúsan kicsit a szeretők ugye kipakolnak, de ő most összejött valami nővel, és ez a nő aztán ugye, amikor szétmentek, akkor írt róla egy könyvet. Hát, ha másból nem tud meggazdagodni, meggazdagodik majd Robert De Niroból. És sok minden kiderült emberünkről, de leginkább arról egyébként, vagy az derült ki, hogy zokniban. Zokniban szeret. Szereti a szexet az öreg. Fázos típus. Rossz a vérkeringése? Persze. Hidegek a lába, és nem akar csalódást okozni a kis hölgynek. Igen. Azért ez kiábrándító tud lenni, amikor hozzádér egy hideg láb. Ja, mert ha a takaró alatt csinálod, akkor is. Igen. Azt írja egyébként ez a hölgy, aki Robert De Niro mellett Richard Gere-ről is ír, hogy Robert végig a szemébe nézett az aktus során. Még ez egyébként nem tűnik annyira furcsának, nem? Vagy de, mert hogy hátulról csinálta. Az iskolát már megint itt van a fejed előttem. Igen. Hát akkor vagy nagyon hosszú a nyaka, vagy nagyon jó testi adottságokkal van megállva. De nem is ez a lényeg, hanem hogy közben az egész együttlét alatt nem vette le az okniát. Próbáljuk megtalálni, hogy mi lehet ennek az oka. Ki van festve a lábkörben? Igen. Nyilván több oka lehet. Az egyik, hogy van valamiféle testi fogyatékossága Robertnek, amit nem akart ő ezzel felfedni. Vagy 6 vagy 4 új. Igen, vagy baromi durván kalapács ujjai vannak.
és ezt nem akarta megmutatni. Vagy a kifestett köröm. De ez elég kiábrándító, nem? Anett, gyere már be egy vagy pillanatra. Vagy beteget jelent ez a pedikűrűsebb, és irgalmatlan sárkány karmokolt. És már flexet kellene hozni, hogy tudják pedikűrözni. De hogy vannak kiábrándító dolgok, főleg mondjuk az egyiszakás kalandoknál, ugye? Amikor nagyon azt gondolod, hogy életed éjszakája jön el, amikor nagyon azt hiszed, hogy most valami olyan dolog történik, hogy aztán most hú, hát most tényleg, ahogy szokták mondani, a szomszédok is rágyújtanak. És aztán vagy a pali, vagy a nő csinál valamiért, ami olyan kiábrándító, hogy oda a romantika, oda a meghittség. Ilyen például egy zokni, a pali nem veszi le az okniát, nem? Én erre allergiás vagyok. Az oknira? Mi a baj? Úgyse nem a lábát nézett. Azért, mert az olyan, mintha menni akarna. Tehát, mintha hát akar, nagyon haladni akar. Mint hogy én nagyon gyorsan le akarná tudni a dolgot, és hogy magán hagyja, mint amikor kabátban beülsz műsort vezetni. Tehát ez ugyanaz. Rajta marad az okni, hogy bármikor indulni kell, akkor készen álljon. Hát jó, de egy pilótának bármikor indulni kell, nem? Hát ott megszólal a piros telefon, akkor ott indulni kell. De nem lehet, hogy táltos a Robert De Niro, tényleg? Nem lehet, hogy hatlábúja van? Hatlábúja van? Egyébként lehet, hogy tényleg valami a körmeivel van, mert én pár hete láttam egy fotót, igaz, az a kezéről készült, gusztustalan a körme, képzeld el, fekete, gombás, nagyon-nagyon-nagyon ronda a keze, úgyhogy lehet, hogy a lábú. Mi vagy egy pedig külös, ezt így megfejtetted, vagy ezt onnan nem, azt írták, ott volt a cikkben. Ja, megpróbáltad értelmezni, hogy mi van a képen. Nektek volt már ilyen baromi kiábrándító? Hát most nyilván nem a páratokat kell, hogy kiadjátok, tehát nem erre gondolok, de olyan, ami rettenetesen kiábrándító, hogy az első nagy éjszaka, a nagy, ugye? Amikor hú, olyan nagy dolog történik. És aztán valami olyan van a nőn, vagy valami olyat csinál, vagy makogva beszél, vagy... makogva beszél. Most a beszélhet helytesítsd, hogy más csinál makogva. De bármi olyan, ami rettenetesen kiábrándító. Hát a kezelhetetlen rekettyés. De szépen mondtad, az. Igen? Az sövényíróért kiáltottál? Igen, hát az problémát tud okozni. Na jó, de hát amikor nekünk meg volt az első, akkor az még divat volt. Egyébként nincsen. Hát viccesz. Abszolút. Nyílt lángot nem használhattál. Ne, hát akkor egy ilyen lomfúja kell hozzá, hogy tudjál bele egy kis vágni egy csalitos. Jó, igen, értem. Egy sövényt. Egy sövényt, igen. Egy ösvényt. Igen. A egy vacsapást. Férfiaknál ugyanez igaz, ha mondjuk a háton van egy kisebb dzsungel. A háton? Szőr? Hát ezt nem látja. De simogat, nem? Nem tud, csak mindig azt érzi, hogy a háton fekszik, puha. Ez kiábrándító, egy palinak szőrös a háta? Nekem igen. Igen? Számomra igen. Én ezt csak visszafogottan szeretem a szőrt. És ami még nagyon durva, a szemet maró testszag. Tehát amikor valaki... Hol, ne tényleg nem tudom, milyen palika jött érte, ezt komolyan mondom, hát én azért ennyire nem... Ilyen sztori nekem teljesen, mit tudom, Ferdénál a köldöke, vagy mit tudom én, valami olyan bugyi volt, hogy baromi ronda, tehát én nem akartam most ennyire mélyre menni, hogy igen, volt egy palim, aki büdös volt. Szerinted miért adott ilyen sokáig, amíg megtaláltam az igazit? Minden palit, vagy minden, valami parfüm orrod van? Volt, akinek hagymaszaga volt. Jaj, várjál, ez non-stop volt neki? De ő egy is ugyanaz volt? Egy is ugyanaz volt? Az okni is a hagymaszagú? Nem, ezek első alkalmak. De ne hagyjuk már kétségek között az összeset. Az egyel ez előttinek volt szemetmaró testszaga, vagy ez egyel kettővel ez előttinek? Mert ne legyen már az, hogy mindig megsértődik. Csak egy sértődjön meg. Nem, ezek a régmúltból volt. A régmúltból. Mondani. Szóval nem akarok ilyen nagyon durva dolgokban. Kinek volt olyan, hogy mit tudom, zokni volt a melltartóba? Tessék. Az a sugatyában. Zokni volt a melltartóba. Nem találkoztam még ilyen, hogy zokni. A srácok. Bélának. Igen, Béla nagyon vett ki. Nem találkoztam még ilyennel? Kigurult egy ilyen kis zokni a melltartóból? Nem. Nyugi, se, csak az... Csak próbálom ezeket így bedobálni. Ezeket mind hallomásból, tehát ezek nyilván nem saját élmények. Igen, ha nagyon csúnya, hírgalmatlan Dudájban kézű zokni volt. Tényleg, amikor kiderül. Hány meglepetés ér valakit az első éjszakán? Hát tele vannak az emberek meglepetéssel, ne viccelj. Hírgalmatlan adottságé valakit, hogy hát az arc az nem az igazi. Olyan zokni volt, akkor már... És most nem zokni, hanem két harisia. Igen. Na, mire jöttél még rá? Mi van még? Hát alsógatyában volt már zokni. Volt már zokni alsógatyában? Nem volt túl bőkező a természet, de megoldották. Mikromukri? De mi, fázott? Vagy miért? Nem lehet, hogy volt egy kis hálózsák. El akart kápráztatni? Papa fázom, és felhúzott egy hálózsákot. Nem volt ráhúzva, csak így össze, ilyen gombócban bent. De ezt nem értem, hát ez kiderül. De vagy előtte táncolt egyet alsógatyában? Igen, kiderült, igen. És mi volt az oka? Rejtett helyiség?
Nem, azt mondom, hogy egy kicsit a méretekkel nem volt. Hogy ajándékba hozta neked, csak elrejtette? És úgy próbálta ugye kivenni, hogy ne lássam, hogy ne vegyem észre. Jézus Isten, Anett, én nem tudom, te milyen palika voltál. De hogy egyszer csak azt láttad, hogy húzza-húzza, és jön ki. És kihúzott egy ilyen térzoknit az alsógatyájából? Nem sál volt, hanem egy zokni gombóc. Két aerobik zokni. Nem, két sízokni. Két nagyon durva sízok. Igen. Jézus Isten. Hát, ezt a lelkébe legközelebb ki lehet próbálni, hogy mennyire javít optikailag. Na, egyébként tényleg, akkor baj van ezzel, hogy palizokniban van? Mondjuk az első éjszakán? Ez igaza van Anettnak ebben, nem? Igen. Tehát, hogy ez valóban, aláírhatjuk, hogy ez kiábrándító. A póló az oké, na de egy zokni. Csak póló? Mesztelen és csak póló egy pali? Ja. Na hát annál is kevés visszataszító dolog van. Az is valahogy egy picit olyan igény. Te így nyomod, nem Jani? Hogy nem, de hogy nem, én mackó fölső. Állik begombolva, alul mackó semmi. Mackó fölső, alul semmi, szia, illetve drágám. Kalucsti. Hogy nehogy saras legyen a lába, miközben kint vagyunk az udvaron. Igen, néha felveszel egy usankát és azt mondjuk egyébként nem értem, hogy milyen. Na, 0-36-100... És eléneklem közben az amúri partizánok dalát is. Igen, de azt a párod nagyon kedveli. 0-36-145-0-0-0-0-0 ez az SMS számunk. Nem kell igazán mélyre menni, tehát nem olyan dolgokra vagyunk kíváncsi, ami nem rádiókompatibilis, egyszerűen csak olyan dolgokra, ami mondjuk az első éjszakán meglepő volt, kiábrándító volt, és nem tudtátok hova tenni, vagy egy randi után, amikor egy kicsit komolyabbra fordult. Abban a mélységben nem menjetek le, ahova nem. nem arra gondolunk, hogy valaki bűnös, igen, ez nem érdekel minket. Na, és ugye arról beszélgetünk, hogy Robert De Niroról megjelenik most egy könyv, illetve nem pont róla, hanem az ő szeretője ír életrajzi könyvet, és ebben a könyvben szerepel Robert De Niro, és szerepel ugye többek között Richard Gere. A nő ugye arról ír, hogy kik voltak a szeretőitök, egyébként közhelye sztori, leírja, hogy milyen palika volt együtt, és ezeknek a paliknak milyen szokásaik voltak szex közben. Richard Gere, Robert De Niro, meg még néhányan. És Robert De Niroról kiderül, hogy ő ugye zokniban szereti az együttléteket. Vagy hát valamilyen okból kifolyólag nem veszi le az okniát. Ugye? Uh-huh. Fázos. Fázos. Vagy rossz a keringése, vagy sámán, vagy tátos, és hatlábúja van. És arról kezdtünk beszélni, hogy ugye, vagy beszélgetni, hogy az első éjszakán nyilván mindenkit érnek, vagy érhetnek kellemetlen meglepetések. Amikor minden nagyon idilli, minden nagyon egyben, a hangzene szól, behűtve a bor kellő fokra. Meg nagyon szeretnéd, hogy nagyon-nagyon jól sikerül. 23 fok van a szobában, égnek a gyertyák, és minden a legnagyobb rendben van. Amikor váratlanul tesz, mond, csinál valami olyat, ami egészen váratlanul ér, vagy pedig kiderül róla valami ugye az első éjszakánál, amit addig rejtegetett, vagy megpróbált átvágni, vagy hát megpróbált róla hazudni, ugye? Tehát ilyen például a melltartóban rakott zokni. Ám már push-up önmagában is egy kis csalás, de azt még ugye elviseljük. De a zokni... Meg hát a push-up boxer. Igen, Anett mesélte, hogy ugye zokni van a boxer alsóban. Igen. Most átküldött egy videót, teljesen beteg, egy palisztriptizel a barátnőjének. És elkezd vetközni. És már csak egy alsógatyába van, és hirtelen megfordul, és a nő felsikolt, és a pali hirtelen visszafordul, és ott tudod, hogy akkor a nő miért sikoltott föl, hát meglehetősen. Ez nem létezik. Tessék? Ezek ilyen... Kitettétek? A kiron ki van a Facebookon? Jézus. Na, akkor onnantól kezdve, akkor már mindenki. Akkor már mindenki látható. Akkor nézzétek meg. Na, nézzük egy-két SMS-t, hogy mi történt hallgatóinkkal. Egyik barátnőmnek Csubakkás. Ja, jó. Most már érted. Igen, Csubakkás volt a karja. Éjszaka rémámom volt miatta, amikor szóltam, hogy azt mondta, hogy ne akarja megváltoztatni, és fogadjam el így. Szakítottunk így, a Sipi. Ez azt jelenti, hogy kicsit szörös volt a karja, picit, ugye? Igen. Aha. Zavaró az? Baj az? Hát, hogyha egy picit ilyen Franco Nero-s. Franco Nero-nek. De most miért szörtelenítse a férfi a melkas, vagy a karját? Van, aki erre háklis. Már mire? Ja, hogy szőrös hát, igen, hogyha szőrösebb az alkarja a barátnőnek, mint neked, azért az egy picit zavaró tud lenni. Néha, nem? Igen. Hát a csajnak szőrös az tud. Igen, de a szőke szőr az nem baj, mert az kevésbé látszik. Ha egy jó, dús, fekete szőrzet van a karján, azért azt nem tudom. Azt tud vad lenni. Azt nem tudom. Nem éltél még igazán. Az énekszemnél beigazolódott a mondás, kicsi a marcim. Nagyon merci. Nevetségesen csődöt mondott az első alkalommal. A szakításnál csak annyit mondtam, a következő barátnőnek az első ajándék egy nagyító legyen, hogy megtalálja a nadrágot csekélytartalmat. Ezért egy palinak ilyet mondani. Nem lettünk barátok, puszi. Igen, azért, tehát hogy arról nem tehet szegény, hogy mekkora
szerintem, nem? Most azért akkor hagyd ott de beszólni. Igen. Szex után elaludtunk, egyszer csak arra ébredtem, hogy álmában olyan hangot ad a pasi, mintha röfögne. Nagyon gáz volt, igen. A volt asszonykának a hátán volt egy óriási anyajegy, amiből hatalmas... Na jó, de ott lehet, hogy tényleg a bőrgyógyász mondta, hogy ne nyúljanak ne inkább hozzá, mert baj lesz. Vagy nem mert hozzányúlni. Azt mondta, hogy ez csak... Nem, de lehet. Igen. Az exem, amikor még hosszú volt a haja, 20-os sapkában fürdött. Nem akarta, hogy vízes legyen a haja. Ráadásul pasi volt, írja Niki. Mondjuk ez valami nekem is. Nem, nekem is ez bejön. Ez nekem igen, azért mondom, hogy ez te vagy. Igen. A következő kicsit durva, amíg gyerekek hallgatnak, akkor ne figyeljenek. Első éjszaka a csaj csak... A csaj... Balázs lubickol ebbe a témába. Nem tudom, feltűnt. Imádja ezeket. És sírok. A felem mondjuk beolvasatlan. És sírok. Sírok ezeket. De megvan, hogy együtt vagy egy nővel. Elmentek egy romantikus vacsorára. A nő nagyon visszafogott, nagyon diszkrét, nagyon bájos. Tudja, hogy nem szabad kézzel hozzányúlni. Finom desszert, minden megvan. Hazamegy és kitör belőle az állat, és elkezd ordibálni, hogy etesd a puncikába. Mondjuk ez jó. Etesd, lakasd jól. Lakasd jól. Hát nem mondta, hogy ez nem. Nem mondta, hogy ez az nem jó. Na, ezt nem bírod ki röhögés nélkül. Igen, koncentrálnom kellett, ír egy hallgató. Hát nem mondta, hogy nem röhögsz fel. Elkezdjön. Etesd. Lakasd. Fajjon, nagyon fajjon. Hagyjon a dög. Adj még neki enni, adj még neki enni. Nagyon jó. Igen. Na, az a baj, hogy a legtöbb igen. Szóval, hogy hasonló kategóriák vannak. Párom se szokta levenni az oknit, a szex van, fázós a lába. Plusz tuti nem csúszik el, ha kivesz az ágyból, és az ölébe kap, írja Kriszti. Ezt az oknis dolgot elég sokan csinálják egyébként. Igen. Hát ha kő van a hálószobában, akkor szerintem jól. Főleg, de hát ha teszel csúszásgátlót az oknid aljára. Azt, még jobb. Így van, hát lehet kapni olyan az oknit, aminek már alapból van csúszásgátló. Vége. Igen. Harisnyi a nadrág felett volt a bugyi. Azért az is kemény. Kérdeztem, na ez mi? Mondta, hogy így nem kell, nem kell minden nap mosni és cserélni. Jézus Isten! Gyerekek, simán el tudom képzelni. Simán el tudom képzelni. De akkor a harisnyát cseréled és mosod minden nap, nem? Ő nem cseréli, mert hogy az olyan vékony anyagú, azon átmegy. Atya Isten! Jaj. Igen. Jó, váltsunk, jó? Ja, az a baj, hogy irgalmatlan sok SMS-ről. Igen, szóval vannak jó, csak nem tudom beolvasni őket. Csak nehéz. De hát most sírok el, rajta. Hogy ha még beolvasható kategória volt az etest. Igen, hát... Akkor a többi milyen. Igen, hát egy szakás kaladokat írnak a hallgatók, igen, hogy ott mi történik. Igen. Sokszor szerintem az első éjszakából nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Szerintem a második esély az jár. Tessék? A második esély szerintem az jár. Pont azért, hát, mert sok esetben... Van az a sztori, amikor nem jár a második éjszaka. Hát igen, ilyen is van, de szerintem tényleg az van, hogy az első esetben mindig annyira oda akarja tenni magát, szerintem ez elsősorban a pasikra igaz, hogy biztos, hogy valami balul fog elsülni. Tehát, hogy így nagyon erőlködik, nagyon bizonyítani akar, nagyon össze akarja hozni a legszebb, a legcsodálatosabb, a legmeggyőzőbb azt az estét, ami alapján gyakorlatilag abban a pillanatban élete végéig szerelmessé válik bele az a nő. Tehát, hogy, és akkor ott persze, hogy vannak ilyen kis gondok. Utána csak ezért még egy. Az egyik barátom mesélte, hogy éppen együtt voltak a lányjal, miközben észrevette, hogy a lány szotyizott. Az is mellett. És közben köpszed. Hát ott nincs kérdés. Azért, ott van második éjszaka, Jani. Hát mikor? A felöltözés elmész. De ott valószínűleg a hapsi volt a hibás, hogy unta egy kicsit a lány. És tudod, az a típus valószínűleg, aki balról önti, jobbról nyomja ki, tudod. Tehát aki ilyen egy kilót így egy parc alatt így átpörget szóval a szájába. Indul a reggel, és kibet az ágy, ha már a csap felett hapszik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehet már korának, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha robban kész van. Klassz FM Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.